Agata Krisztyá rózsa és átisza Előjáték. Párizsban voltam, amikor egy napon parfit, az inasom bejött, és közölte, hogy egy hölgy szeretne beszélni velem. A látogató tette hozzá parfit, azt állítja, hogy nagyon fontos ügyben keres. Szokásom szerint csak is előzetes megállapodás alapján vagyok hajlandó fogadni bárkit, és különben is tudom, hogy akiknek valamilyen halaszthatatlan, sürgős dolgot kell megbeszélniük velem, nagy valószínűséggel pénzt fognak kunyerálni. Különös módon azonban csak igen ritkán szánják rá magukat arra, hogy kérjenek. Megkérdeztem Parfittet, hogy mi a neve a látogatónak, mire ő átnyújtott egy névjegygártyát, Ketrinia Gaubian. Soha életemben nem hallottam ezt a nevet, és őszintén szólva semmi kedvem sem volt megismerkedni a viselőjével. Rövid tűnődés után úgy döntöttem, hogy bizonyára nem pénzt akar, inkább valami eladnivalója lehet, valami antik tárgy, amiért jó árat lehet kérni, hiszen egyenesen házhoz szállították. Az ilyesmit általában a hatalmas rábeszélő készséggel rendelkező egyének sózzák rá a vonatkozó áldozatokra. Utasítottam Parfittet, hogy mondja meg Jagaubian asszonynak, hogy nagyon sajnálom, de nem fogadhatom, és kérem, írja meg levélben azt, amiért ide fáradt. Az inasom fejet hajtott és elvonult. A leghalványabb kétségem sem volt a felől, hogy az ügyelintézést nyert. Parfit rendkívül megbízható volt, éppen olyan, amilyenre nekem, a nyomoréknak szükségem volt. Legnagyobb elképedésemre azonban néhány perc múlva azzal tért vissza, hogy a hölgy nem hajlandó távozni. Pert élethalál kérdése, hogy beszéljem velem. Azt is hozzátette, egy régi barátom küldte. Ekkorra már fölébred bennem a kíváncsiság. No, nem attól, amit az a nő mondott. Egy régi barát, élet meg halál emlegetése megszokott eszközei az e fajta szélhámoskodásnak. Engem Parfit viselkedése érdekelt, mert egyáltalán nem volt jellemző rá, hogy visszatérjen hozzám egy ilyen üzenettel. Mi másra gondolhattam volna, mint arra, hogy ez a Ketri Jagaubian csodaszép nő lehetett, vagy legalábbis rendkívül csinos. És mert a férfi csak férfi marad még akkor is, ha már 50 éves és ráadásul béna, szépen besétáltam a csapdába. Látni akartam azt a ragyogó teremtést, aki megzavarta az amúgy fedhetetlen parfit fejét. Utasítottam, hogy vezesse be a hölgyet, és amikor Ketrin Jagaubian belépett a szobámba, elállt a lélegzetem. Tökéletesen megértettem parfit viselkedését, amely hibátlan emberismeretre vallott. Nyilván rájött arra, hogy ennek a nőnek akkora kitartása és akarata van, hogy senki nem állhat ellen neki, és bölcsen kapitulált, megkímélve magát a hosszú és kimerítő csatározástól. Ketrinia Gáubianban a kötörő kalapács ereje és az oxiacetilén forrasztó lámpa heve kombinálódott a sziklát is átjuggató, cseppenként aláhulló víz kimerítő monotóniájával. Ha el akar érni valamit, számára megszűnik az idő. Minden bizonyjal képes lett volna egész napot várakozni az előszobámban. Az a fajta nő volt, akinek egyszerre csak egy gondolat fér el a fejében, ami kétségtelenül nagy előny mindenkivel szemben, aki nem ilyen. Egy szóval, úgy éreztem magam, mint akit fejbevertek. Vélegzetelállító szépségre számítottam, ehelyett ott állt előttem egy csak nem ijesztő méretű, semmit mondó arcú nőszemély. A legalább csúnya lett volna. A csúnyaságnak megvannak a magaszabályai és formái, de Ketrin arca nagy volt és lapos, akár egy palacsinta. Úsos ajkai fölött vékony kis bajusz Annak, aki belenézett apró, sötét szemeibe, önkéntelenül is egy rosszul sikerült ribizlistészta jutott az eszébe. Sűrű haja borzas volt és zsíros. Az alakja hát azt nem is lehetett alaknak nevezni. A ruhája jól takarta a megfelelő helyeken, de mintha egyetlen darabját sem volna. Láthatóan nem volt gazdag, de a szorongató nyomor is elkerülte. Katározott álla volt, és amikor kinyitotta a száját, érdes, kellemetlen hangon szólt. Szemrehányó pillantást vetettem Parfitre, aki azonban nem zavartatta magát. Nyilvánvalóan az volt a véleménye, hogy mint mindig, most is ő tudja jobban, mi a teendő. 5. Jagaubian asszony, uram mondta. Meghajolt és becsukta maga mögött az ajtót, kiszolgáltatva engeme mindenre elszánt nőszemélynek. Ketrin határozott léptekkel elindult felém. Soha életemben nem éreztem magam ennyire tehetetlennek, soha sem tudatosult még bennem ennyire fájón a bénaságom. Az lett volna az egyetlen észszerű dolog, ha elfutottam volna ez elől a fehér nép elől, de ez számomra lehetetlen volt. Határozottan, hangosan rám szólt: Kérem, ha lesz olyan jó, jöjjön velem! Nem annyira kérés volt ez, mint inkább parancs. Na de, kérem, üledeztem! Nem tudom túl jól az angolt, attól tartok. De nincs semmi idő elveszteni, semmi, semmi idő. Kérem, jöjjön Mr. Gabrielhez, nagyon beteg, Kamar, hamar meg fog halni, és hívja Önt. Ezért kell jönni most azonnal, hogy lássa őt. Csak bámultam rá, és meg kell mondanom, azt hittem, egy őrült vett a szobámba. A Gabriel név semmilyen hatással nem volt rám, de ennek oka részben az lehetett, hogy az ő kiejtésében egyáltalán nem így hangzott. bár azt hiszem, ha pontosan megértettem volna, akkor sem jutott volna eszembe semmi. Hiszen olyan régen történt, ami történt legalább tíz esztendeje, hogy nem is gondoltam John Gabrielre. Azt akarja mondani, hogy valaki haldoklik. Valaki, akit ismerek. Végtelen szemrehányással nézett rám, hát persze, hogy ismeri. Ismeri jól, és ő kéri, hogy jöjjön. Annyira biztos volt a dolgában, hogy törni kezdtem a fejem. Ilyen nevet is mondott. Kéből. Kalbrait ismertem valamikor egy galbrait nevű bányamérnököt, de csak nagyon felületesen, és a legkevésbé sem tartottam valószínűnek, hogy éppen engem kívánna látni a halálos ágya mellett. Még is rákérdeztem. Kogy mondta? Galbrait, Nem, nem. Gabriel. Gabriel. Még mindig nem tudtam, kiről lehet szó. A név Gabriel arkangyalt jutatta eszembe, nagy szárnyaival. Catherine Jagaubian jól beleillett ebbe a képbe. Pontosan olyan volt, mint az olasz primitív festményeken az egyszerű asszony, aki rendszerint a kép bal sarkában térdel. Igen, Catherine egyszerre volt együgyű és lángolóan odaadó. Tovább erősködött, hogy el kell mennem, és egyszerre csak kimondta, John Gabriel. Hát róla van szó. Hirtelen eszembe jutott minden. Elszédültem, csak nem rosszul lettem. Esté. Jó, az öreg hölgyek, Millie Bird, John Gabriel a maga mozgékony, kis arcával, amint előre-hátra hintázik a sarkain, és Rupert, a magas, jóképű, ifjú isten. És persze, Isabella. Utoljára zagrétban láttam John Gabrielt, és amikor eszembe jutott mindaz, ami ott történt, elborított a dő és az undor. Szóval halálám van, mi? mondtam vérszomjasán. Boldog vagyok, hogy ezt hallhatom. Nyit mondott. Vannak dolgok, amelyeket az ember képtelen elismételni, ha a másik udvariasan rákérdez, hogy mit is mondott. Ketrny Gaubian arcán látszott, hogy semmit sem ért, ezért így folytattam, szóval azt állítja, hogy meg fog halni. Igen, és fáj neki, rettenetesen fáj. Meg kell mondanom, hogy ennek is örültem. Nincs az a szenvedés, amit John Gabriel meg ne érdemelt volna, de hogy lehet ezt kimondani az előtt, a nő előtt, aki nyilvánvalóan odaadóan imádja őt. Ugyanmi volt ebben a fickóban, gondoltam dühösen, hogy minden nő úgy oda volt érte. Hiszen csúnya, mind. Az ördög követelőző, alpári és beképzelt. Kétségtelenül volt egy kis hat. Esze és bizonyos körülmények között, de milyen körülmények között. Szórakoztató tudott lenni, mert volt humora. De ezen tulajdonságok más férfiak esetében nem keltik fel a nők érdeklődését. Catherine hangja felriasztotta a gondolataimból. Jönni fog, kérem, jönni fog gyorsan, nem veszíthetünk időt. Összeszedtem a bátorságomat, sajnálom, kedves hölgyem, de attól tartok, nem fogom elkísérni. Te ő hívja, erősködött, én pedig nem megyek, szögeztem le. Nem érti, magyarázta Ketrin, ő beteg, hal meg, és hívja. Felkészültem a harcra, most már magam is tudtam azt, amit Parfit egyetlen pillantással felmért, nevezetesen, hogy Ketrin Jagaubian nem adja fel egy könnyen. Ön kezdtem, John Gabriel nem a barátom. De igen, de igen bizonygatta a nő heves fejrázogatások közepette. Az újságban olvasta a nevét, ott írta, hogy Párizsban van a bizottsággal, és mondta nekem, találjam meg és vigyem el hozzá. És kérem, jöjjön, hamar, hamar, mert orvos mondta, hogy most már vége. Szóval jön. Éreztem, eljött az ideje annak, hogy nyíltan beszéljek. Felőlem ott rohadhat meg a pokolban. Nyit mondott. Agodalmasan nézett rám, hosszú orrán felgyűrődött a bőr az igyekezettől, hogy megértse, amit mondok. John Gabriel mondtam lassan és tagoltan nem a barátom, hanem az az ember, akit gyűlölök. Gyűlölöm őt, most már érti. Az asszony pislogott. Láttam, hogy kezdik kapizgálni, miről is lehet szó. Aztán lassan, óvatosan, mint a nehéz nehézletkét tanuló gyermek, megismételte azt, amit mondtam. Azt mondja, azt mondja, vagy gyűlöli John Gabrielt, igazán így mondta, kérem, így feleltem kurtán. Elmosolyodott, és én majd megőrültem ettől a mosolytól. Ó, nem, nem, az nem lehet, mondta kedvesen, senki sem tud gyűlölni John Gabriel. ő nagy, ő nagyon jó ember, mi ismerjük őt, és mi mind, mind szívesen meghalnánk érte. Atya Isten, kiáltottam, felelkínozva. Hát mit tudott csinálni az az ember, hogy így érezhet irányában bárki is? Úgy kellett nekem. Catherine egyszeriben megfeledkezett arról, hogy sürgős dolga van. Leült, kisimított a homlokából egy olajosan fénylő fürtöt, szemei elragadtatott fényjel ragyogtak, dőlni kezdett belőle a szó. Legalább egy negyed órán keresztül beszélt megszakítás nélkül. Kol könnyedén fűzte egymásba a szavakat, hol annyira botladozott a nyelve, hogy alig értettem, mit akar mondani. Az egész előadás leginkább egy hősköltemény elszavalására emlékeztetett. Szavaiban. Tisztelet volt, félelem, alázat és imádat. Úgy beszélt John Gabrielről, mint a messziásról, és számára nyilvánvalóan az is volt. Amit viszont elmondott róla, az számomra teljes mértékben hihetetlennek, fantasztikusnak tűnt. Ő egy bátor, erős és mégis gyöngét férfiről beszélt, aki embereket irányít, és akire lehet támaszkodni. Aki az életét kockáztatta azért, hogy mások éljenek, és akinek a szívében az igazságtalanság és a kegyetlenkedések elleni harag tiszta tüze ég. Proféta, király, megváltó, aki olyan bátorságot ébresztett az emberek lelkében, amelyre maguk sem tartották képesnek önmagukat, és olyan erősítette őket, ami erről soha nem is álmodtak. Akit megkínoztak, nem is egyszer, hanem sokszor, megnyomorítottak, félig megöltek, de hihetetlen lelki erejével tovább vonszolta összetört testét, és tovább művelte a csodát az emberek között. Azt mondja, hogy nem tudja, mit csinált. Kérdeztem végre az asszonyt. Te hiszen mindenki ismeri Klement atyát, mindenki. némán bámultam rá. Igaza volt. Valóban, mindenki hallott Klement atyáról. A nevét szájról szájra adták, az is beszélt róla, aki a lelke mélyén meg volt győződve, hogy az egész csak mese. Mihez is hasonlíthatnám Klement atya legendáját? képzeljenek el valakit, aki egyszerre hasonlít oroszlán szívű Richardhoz, Démien atyához és arábiai lőrinchez. Férfi, aki hol harcos, hol pedig szent, és mindezt egy kalandvágyó, fékezhetetlen kamasz lelkesedésével teszi. A második világháború utáni. Években Európa és a kelet sötét időket élt meg. A félelem uralkodott az emberek között, és a félelem szörny szülötte, a vérszomjas kegyetlenség a civilizáció falai repedeztek. Indiában és Perzsiában iszonyatos tömeggyilkosságok történtek, éhínség, szenvedés és anarchia uralkodott mindenütt. És ebben a ködös sötétségben egyszer csak feltűnt egy alak, egy legendába illő hős, aki Clement atyának nevezte magát gyermekeket mentett, embereket szabadított ki kínzói karmai közül, járhatatlan hágókon keresztül vezette az üldözötteket a biztonságba, és letelepítette őket olyan közösségekbe, ahol gondot viseltek rájuk. Imádat, rajongás, szeretett tárgya volt ő, nem is ember, hanem egy mítosz. És Catherine Jagaubian azt állította, hogy ez a legendába illő személy, ez a Clement atya, nem más, mint John Gabriel, ST jó hajdani képviselője az angol parlamentben, egy szoknya részeges fráter, aki először, másodszor és harmadszor is csak magára tudott gondolni és senki másra. Egy opportunista kalandor, akinek egyetlen jó tulajdonsága volt, a fizikai bátorság. És éppen ez volt az, ami megingatta a hitetlenségemet. Bármennyire is lehetetlennek tartottam azt, amit Ketrin állított, némiképpen mégis valószínűnek látszott, mert mind lement atyára, mind pedig John Gabrielre jellemző volt a rendkívüli bátorság. Mindaz, amit az előbbiről meséltek, a vakmerőség, a kockáztató kedvigen, az a szemtelenség, amelyel a tetteit véghez vitte, egészen ráillett John Gabrielre. Csak hogy John Gabriel a legnagyobb magamutogató volt a földön. Bármit tett, félszemmel azt leste, látják-e? Elegen, ha csak ugyanő volna lement atya, azt már az egész világ tudná. Em, mégse hiszem, hogy ő. Az nem lehet, hogy ő. Amikor azonban Ketrin kifogyott a szuszból, a szemeiben kihunta a tűz, és korábbi, monoton hangján újra kezdte, hogy most már eljön, kérem, igen, nos, akkor parfitt után kiáltottam. Ő jött és felsegített, a kezembe adta a mankóimat, mellettem volt, amíg levonszoltam magam a lépcsőn, betett egy taxiba, Ketrin pedig beült mellém. Ugye megértik, hogy nem tehettem másként. Mi késztetett rá, a kíváncsiság, vagy Ketrin Jagaubian kitartó követelőzése, hiszen végül is minden bizonyjal engedtem volna neki. Mindegy. Látni akartam John Gabrielt. Tudni akartam, hogy mennyire hasonlít Klement atya ahhoz a John Gabrielhez, akit én esté. Jóban megismertem. Talán azt reméltem, hogy végre magam is megtudom, amit Isabellának tudnia kellett ahhoz, hogy megtegye, amit megdett. Nem is tudom, miben reménykedtem, miközben követtem Catherine Jagaubiant a keskeny lépcsőkön fel egy kicsiny hálószobába, ahol a szakállas, francia orvos szertartásosan üdvözölt a betege fölé hajolt, majd felegyenesedett, hátralépett és udvariasan intett, hogy menjek közelebb. A szemeiből tisztelet sugárzott felém. Én voltam az a személy, akit a nagyember halála előtt még egyszer látni akart. Én pedig döbbentem meredtem Gabrielre. Olyan régen volt az a napot Zagrédban. Az ágyban fekvő alakban bizonyosan nem ismertem volna felőt. Nyilvánvalóan kaldoklott, és a vég most már nagyon közel lehetett. Az arca azonban egyáltalán nem hasonlított annak az embernek az arcához, akit én ismertem. Be kellett látnom, hogy Kedöránynak igaza volt. Ez a beesett arc egy szentnek az arca, amelyen nyomot hagyott a szenvedés, az agónia és az önsanyargatás. És mégis földön túli nyugalom honolt rajta. Nyolc csak, hogy mindezen tulajdonságoknak semmi közük sem volt ahhoz az emberhez, akit én John Gabrielként ismertem. Egyszer csak kinyitotta a szemét, rám nézett és elvigyorodott. Az a jól ismert torcmosoly, az ő szemei, az ő gyönyörű szemei abban a kicsi, csúnya bohócarcban. Hát sikerült neki, az örmények csodálatosak, suttogta alig hallható hangon. John Gabriel volt. Az orvoshoz fordult és halk szenvedő, mégis parancsoló hangon követelni kezdte a megígért serkentőt. Az orvos habozni látszott, de Gabriel erősebbnek bizonyult nála. Amennyire megértettem, az a bizonyos szer sietetni fogja a véget, de Gabriel kifejtette, hogy erre az utolsó energia szikrára nagyon nagy szüksége van, és számára nagyon fontos, hogy még legyen egy kis ereje. Az orvos vállat vont, beadta neki az injekciót, majd eltávozott, és Ketrin is követte őt. Amint magunkra maradtunk, Gabriel azonnal elkezdte, azt akarom, hogy tudja, hogyan halt meg Izabella. Közöltem vele, hogy mindent tudok. Nem, nem hiszem, hogy tudná. Ezek után elmondta, hogyan zajlott le az az utolsó jelenet ott Zagrédban, a kávéházban. A megfelelő helyen majd én is elmesélem és végül még mondott valamit, valamit, ami arra késztetett, hogy megírjam ezt a történetet. Clement atya ma már történelmi személyiség. Fősiessége, tűrőképessége, együttérzése, bátorsága, egész hihetetlen élettörténete azoké, akik szívesen írnak nagy emberekről. A közösségek, amelyeket létrehozott, új, érdekes életformával kísérleteznek, amelyről még bizonyára sokan és sokat fognak írni, akárcsak arról az emberről, aki életre hívta őket. Az én történetem azonban nem Clement atyáról szól, hanem John Merrivedur Gabrielről, a háborúban kitüntetett katonáról, a konjunktúralovagról, a szenvedélyes, érzéki, lenyűgözően vonzó férfiról. Ő meg én, ha nagyon különböző módon is, de ugyanazt a nőt szerettük. Kezdetben valamennyien úgy érezzük, hogy életünknek mi magunk vagyunk a hősei. Később azonban kételkedni kezdünk, zavarba jövünk. Velem is ez történt, az életem először az én történetem volt. Azután úgy gondoltam, hogy a mi kettőnk története, Jenniferé meg az enyém, új Rómeó és Júlia vagy Trisztán és Izolda történet. Még később, amikor sötét és kiábrándult volt a lelkem, Isabella úgy lebegett el a szemem előtt, mint a hold a fekete égen. Ő lett a hímzés központi alakja, rólam pedig kiderült, hogy nem vagyok több, mint a kereszt szemekkel kitöltött háttér. Igen, ennyi voltam, de ennél mégsem kevesebb, mert a háttér teszi lehetővé azt, hogy a minta kidomborodjon. De most ismét megváltozott a minta. Ez már nem az én történetem, nem is is a hanem John Gabrielé. A történet ott ér véget, ahol én most belevágok. John Gabriel elér véget, de azt is mondhatnám, hogy most kezdődik. 9. Első fejezet. Mivel is kezdjem, esté, jóval, vagy azzal a gyűléssel ott, a Memorial Halban, ahol egy nagyon öreg generális bemutatta a konzervatív párt reményteljes jelöltjét, John Gabrielt, Akit Viktória keresztel tüntettek ki a háború alatt, és aki valamennyiünknek csalódást okozott lapos beszédével, szintelen hangjával és csúnyaságával. Annyira, hogy nem győztük emlékeztetni egymást arra, milyen is egy úri ember, no meg arra, hogy fontos kapcsolatba kerülnünk a néppel, mert a társadalom kivételezett osztályai szánalmasan összezsugorodtak. Kezdődhetne ez a történet a Polnars házban és abban a hosszú, alacsony mennyezetű szobában, amelynek az ablakai a tengerre néztek, és amelyhez egy terasz is tartozott. Szép napokon oda gurították ki a tolókocsimat, és én órákig elnézegettem az Atlanti-óceánt, hallgattam a hullámtörőket osztromló víz dübörgő hangját, és a tekintetem meg-megpihent egy szürke sziklán, ott, a láthatár szélén mert arra a sziklára építették a csipkés falu, sok tornyú esté. kastélyt! Az egész kép egy 19. századi, álmodozó hajlamokkal és némi tehetséggel megáldott ifjú hölgy vízfestményére emlékeztetett. Pert ez a kastély olyan vadregényes, olyan szimpadias és olyan hamis volt, amilyen csak egy valódi, igazi dolog lehet, mert akkor... Építették, amikor az emberi természet még kellőképpen ártatlan volt, és szégyenkezés nélkül élvezni tudta romantikus hajlamait. A kastélyosztromról suttogott, sárkányokról és fogságban tartott hercegnőkről, ragyogó fegyverzetben érkező lovagokról és még sok mindenről, ami elengedhetetlen kelléke egy meglehetősen rossz történelmi filmnek. És ha belegondolunk, mi más az egész emberi történelem, ha nem egy rosszul megrendezett, giccses film. Aki a kastéra nézett, olyan emberekre gondolt, mint Lady Esté. Jó vagy Lady Tressilien, Missis. Bigem Sárter is vagy Izabella, és micsoda megdöbbenés volt szemtől szembe látni őket. Vagy kezdjem azzal, hogy a három öreg hölgy meglátogatott minket mint akik nyársat nyeltek és olyan rosszul öltözöttek voltak, olyan régi módi szereket hordtak, hogy elragadtatva suttogtam teresának. Az nem lehet, hogy ezek valóban élnek. Esetleg elindulhatnék egy korábbi időpontból is, mondjuk onnan, hogy autóba vágom magam, és elindulok a Northolt repülőtérre, hogy Jenniferrel találkozzam. Csak hogy emögött is az én életem története áll, amely 38 évvel korábban kezdődött, és azon a napon ért véget. Említettem már, hogy ez nem az én történetem. De velem, Hunor rejszal kezdődött. Visszanézve az életemre, el kell ismernem, nem sokban különbözött másokétól, nem volt sem érdekesebb, sem unalmasabb. Nekem is meg kellett ismerkednem az elkerülhetetlen. Kiábrándulásokkal, csalódásokkal, a titkos, gyerekes szenvedésekkel, és velem is előfordult, hogy egészen furcsa, érthetetlen okból kifolyólag boldognak, harmonikusnak, mélységesen elégedetnek éreztem magam. Így aztán én is, mint annyian mások, választhatok vagy sikertelenségek sorozatának tartom az életemet, vagy diadalmenetnek. Mindkét állítás igaz lehet. Két junior rejz van, az egyik az a személy, akinek én ismerem magam, a másik pedig az, akinek a többi ember ismer. Em, tulajdonképpen még kell lennie egynek, akit csak az Isten ismer. Ő az igazi junior rejz, de az ő történetét csak az angyalok írhatnák meg. Végső soron mit tudok én ma arról a fiatalemberről, aki 1945 első napjaiban vonatra szállt Penzanceban és Londonba akart utazni. Ha akkor valaki az életemről kérdez, azt válaszoltam volna, hogy nagyjából meg vagyok vele elégedve. A háború előtt tanár voltam, és szerettem a munkámat. Hasonlóképpen örömöt találtam háborús élményeimben is, talán azért, mert tudtam, hogy itthon vár rám a munkahelyem, ahol szépen fogok haladni, előre az tíz. Igazgatóságig. Voltak örömöt és bánatot okozó szerelmi ügyeim, de egyik sem hagyott mély nyomot bennem. Kényelmes, nem túl szoros, jó viszonyt tartottam fenn a családommal. 37 éves voltam, és azon a bizonyos napon formát öltött bennem az a gondolat, amely már régóta felsejlett a szívemben, nevezetesen, hogy várok valamire. Hogy valaminek történnie kell. Valaminek, ami fontosabb lesz, mint bármi, ami eddig történt velem. Egyszerre világosan láttam, hogy mennyire felszínes volt egész addigi életem, és vágyni kezdtem valami igazi után. Azt hiszem, életünkben legalább egyszer valamennyien megtapasztaljuk ezt az érzést. Ki előbb, ki utóbb. Olyan ez, mint amikor a kriket meccsen az ember kezébe veszi az ütőt és meglendíti. Szóval, vonatra ültem penzanceban, és a késői ebédre váltottam jegyet, mert hatalmasan bereggeliztem. Amikor a kocsi kísérő végigjárta a vonatot, és dünnyögő orhangon ebédelni hívott, felálltam és elsétáltam az étkező kocsiba. Ott az előbb említett úr elvette az ebédjegyemet és egy-két személyes asztalhoz kísért, ahol háttal ültem a mozdonynak, és szemben Jeniferrel. Látják, általában ez a dolgok rendje. Nem lehet tervezni, nem érdemes előre elgondolni semmit, leültem hát, szemközt Jeniferrel. És Jennifer sírt, ám bár ezt nem vettem észre azonnal, mert nagyon igyekezett uralkodni magán, és tulajdonképpen alig néztünk egymásra. Pontosan úgy viselkedtünk, ahogyan azt az udvariassági szabályok előírják két ember számára, akik véletlenül egy asztal mellé kerülnek a vasúti étkező kocsiban. Udvariasan odanyújtottam neki az étlapot, ám bár a dolognak nem sok értelme volt, mert mindössze ennyi állt rajta leves, hús vagy hal, édesség vagy sajt. Így hatod. Jennifer egy bólintással és egy halvány, szertartásos mosolyjal köszönte meg. A pincér megkérdezte, mit óhajtunk inni. Mindketten világos sört rendeltünk. Ezt követően némán várakoztunk, én a magammal hozott képes újságot lapozgattam. Aztán már jött is a pincér, szinte futólépésben imbolygott végig a vagonon a két levessel. Tovább játszottam a tökéletes urat, és egy arasszal közelebb toltam Jenniferhez a só meg a borztártót. Mostanáig rá se néztem, akarom mondani nem néztem meg őt úgy igazán, ennek ellenére az alapvető dolgokkal tisztában voltam. Tudtam, hogy nem túl fiatal, csak néhány évvel lehet kevesebb, mint én, hogy középtermetű és sötét hajú, hogy ugyanabba a társadalmi osztályba tartozik, amelyikbe én, hogy meglehetősen vonzó, de távolról sem annyira, hogy felborzolja az érzelmeimet. Bár éppen azon voltam, hogy mégiscsak megnézem őt magamnak, és ha vizsgálódásaim eredménye kielégítő lesz, elejtek majd egy-két szép szót. Számításaimat azonban keresztül húzta egy váratlan esemény. Amint a leveses tányér fölött rápislogtam, észrevettem, hogy potyognak a könnyei. Igen, Némán, a bánat minden egyéb külső megnyilvánulása nélkül sírt, a könnyek egymás után gördültek le az arcán, bele a levesébe. Szavarba jöttem. Tudom, hogy nem illik, mégis mindegyre rápillantottam. Kamarosan úrrá lett a fájdalmán, visszafojtotta a könnyeit, és kikanalazta a levesét. Nagyon udvariatlan voltam, elismerem, de nem bírtam ellenállni és megkérdeztem, ön nagyon boldogtalan, igaz? Tökéletesen bolond vagyok felelte folytott dűvel a hangjában. Hallgattunk. A pincér elvitte a leveses tányérokat, majd visszatért két mikroszkopikus méretű húspástétom szelettel, amelyhez óriási adag káposzta is járt, sőt még. Két sült burgonyát is letett elénk éreztetve, hogy ezt igazán csak a mi kedvünkért csinálja kinéztem az ablakon, és néhány megjegyzéssel illettem a tájat, és korn volt úgy általában, hozzátéve, hogy nem ismerem túl jól ezt a vidéket. Azután megkérdeztem, hogy ő ismeri-e. Igen, válaszolta, egy időben erre felelakott. Összehasonlítottuk korn volt Devonshire-rel, Valesszel és a keleti partvidékkel. Ennek azonban semmi jelentősége nem volt. Az egész beszélgetésnek nem volt több célja, mint felettetni azt a szörnyű bűnt, hogy ő képes volt nyilvános helyen elengedni magát, és én képes voltam ezt észrevenni. Tizenegy, amikor azonban ott párolgott előttünk a kávé, és én megkínáltam egy cigarettával, amelyet el is fogadott, visszakanyarodtunk oda, ahonnan elindultunk. Elnézést kértem az ostoba viselkedésemért, ő pedig megállapította, hogy biztosan bolondnak tartom. Ó nem, tiltakoztam. Azt hiszem, csak annyi történt, hogy az ereje végére ért. Igen, bólogatott, pontosan ez történt. Rettenetesen megalázó folytatta, amikor az ember olyan mélyre süllyed az önsajnálatba, hogy nem érdekli többé, mit tesz és kilátja. Te hiszen önt nagyon is érdekelte. Nyugtatgattam. Láttam, hogy megpróbált uralkodni magán. Hát, csak ugyan nem kezdtem elvonítani, ha ez az, amire gondol, mondta fanyarul. Megérdeklődtem, hogy mennyire tragikus a dolog. Azt válaszolta, hogy éppen eléggé. Mindennek vége, és neki fogalma sincs, hogy merre induljon tovább. Azt hiszem, ezt már addigra magam is megéreztem. Nagyon látszott rajta az elbizonytalanodás. Úgy döntöttem, hogy nem hagyhatom magára ebben a lelki állapotban nézze, én teljesen idegen vagyok, nekem elmondhatja, úgysem mondhatom tovább senkinek. Tulajdonképpen nincs mit mondanom azon kívül, hogy a lehető legborzasztóbban összekuszáltam és elrontottam mindent, egyszerűen mindent. Megnyugtattam, hogy a dolgok valószínűleg nem állnak éppen olyan rosszul, mint ahogy a nő képzeli. Éreztem, hogy bíztatásra van szüksége, meg arra, hogy új életet kezdjen bátorítani kell, gondoltam, mert csak így lesz képes kivergődni a szenvedésből és talpra állni. A legkevésbé sem volt kétséges számomra, hogy nagyon is alkalmas vagyok erre a feladatra. Igen, ilyen egyszerűen történt minden. Jennifer előbb kételkedve nézett engem, akár egy bizonytalankodó gyerek, aztán csak elkezdte. Éppen a közepén tartotta vallomásnak, amikor a pincér visszajött a számlával. Örültem, hogy mindketten az utolsó ebédre váltottunk jegyet, így nem állt fenn a veszélye annak, hogy kitessék elnek az étkező kocsiból. 20 shilling borra valót adtam, a pincér meghajolt és diszkréten elvonult. Én pedig tovább hallgattam fert. Szó, ami szó, komisz egy élete volt, pedig hihetetlen bátorsággal próbált küzdeni, de fizikailag nem volt valami erős, a bajok pedig egyre csak gyűltek. Úgy tűnt, soha nem volt szerencséje, sem gyermekkorában, sem nagylányként, sem pedig a házasságban. Édes kedves, Volt és élettel teli, mégis mindig rossz órát tett. Persze, ki is szabadíthatta volna magát a kényszerhelyzetekből, de nem, ő mindig azon volt, hogy valahogy a legjobbat hozza ki egy rossz dologból. Amikor ez nem sikerült, és valami csoda folytán megmenekült, akkor kiderült, hogy az új helyzet talán még a réginél is nyomorúságosabb. És a történtekért csak is önmagát hibáztatta. Nem volt benne egy szemernyi harag vagy szemrehányás. Elszorult a szívem, amikor szomorúan levonta a következtetést. Bizonyára én voltam a hibás. Szerettem volna rákiáltani, de hogy is vagy hibás. Hát nem veszed észre, hogy áldozat vagy és az is maradsz, ha mindig, mindenért kész vagy önmagadat hibáztatni. Imádni való volt, ahogy ott ült, feldúltan, bánatosan és legyőzötten. Amint elnéztem őt a keskeny asztal túlsó feléről, már tudtam, mire vártam. Ő rá, Jeniferre. Nem arra vágytam, hogy birtokba vegyem, hanem arra, hogy visszaadjam neki az élethez való kedvét, hogy boldognak lássam, hogy újra önmaga legyen. Igen, már akkor tudtam. Ám bár csak jó néhány héttel később ismertem be, hogy szerelmes lettem. De ennél sokkal többről is szó volt. Nem beszéltünk meg újabb találkozást. Azt hiszem, ő valóban úgy gondolta, hogy soha többé nem találkozunk. Csak hogy én másképp gondoltam. Bemutatkozott, tehát tudtam a nevét. Amikor végre elhagytuk az étkező kocsit, Jennifer nagyon kedvesen azt mondta, 12. Isten áldja, soha nem fogom elfelejteni azt, amit értem te. Nagyon kétségbe voltam esve. Nagyon. Kezet fogtunk és elbúcsúztunk, én azonban tudtam, hogy a búcsú nem örökre szól. Ebben annyira biztos voltam, hogy hajlandó lettem volna akár meg is ígérni, hogy nem fogom keresni, mert közben rájöttem ám, bár neki nem szóltam róla, hogy jó néhány közös barátunk van, így aztán gyerekjáték lesz összejönni vele. Tulajdonképpen az volt a furcsa, hogy nem találkoztunk már korábban is. Csak egy hétnek kellett eltelnie, már is egymásba botlottunk káró stringzsvékok télpartián. Ezt követően pedig mindkettőnk számára világossá vált, hogy mi a helyzet. Újra meg újra találkoztunk, és újra meg újra elváltunk egymástól. Idegen emberek házában voltunk együtt, mint meghívott vendégek, csöndes kis vendéglőkben vacsoráztunk, vagy vonatra ültünk, majd valamilyen szép helyen leszálltunk, és órákig sétálgattunk a valószínűtlenül ragyogó, gyönyörű világban. Egy alkalommal koncertre mentünk. Elizabeth Schumann énekelt, és az ösvényen, melyen lábunk vándorol, találkozni fogunk, megfeledkezünk a világról, mintha álmodnánk, és a szerelmünket, mely az égben köttetett, emberfia szét nem szakíthatja, amint kijöttünk a teremből és elvegyültünk a Wigmore Street forgatagában, a szemébe néztem, és úgy ismételgettem a dal szavait, szerelmünket, mely az égben köttetett, emberfia szét nem szakíthatja, ó, nem hiúsó Ez nem rólunk szól. Te igen mondtam határozottan, rólunk, és elmagyaráztam, hogy nekünk együtt kell leelnünk azt az időt, ami még az életünkből hátra van. Jennifer tovább ellenkezett, mégse dobhat el magától mindent, és különben is a férje soha nem engedné meg, hogy ő elváljon tőle. Azt nem, de arra képes volna, hogy elhagyjon, igaz? Kérdeztem. Igen, azt hiszem, igen, jaj, hú, nem maradhatna minden úgy, ahogy eddig volt. Nagyon határozottan azt mondtam, hogy nem, így nem élhetünk tovább. Mostanáig vártam, mert azt akartam, hogy testileg lelkileg megerősödjön, hogy ismét az a boldog, életvidám ember legyen, akinek a természet megalkotta. Ez megtörtént, most már el kell döntenünk, hogyan tovább. Mit mondjak, nem volt könnyű dolgom vele. Nagyon sok kifogást hozott fel, elsősorban azt, hogy a dolog árthat a karrieremnek. Közöltem vele, hogy ezzel tisztában vagyok, és egy cseppet sem érdekel. Nem vagyok még olyan öreg, hogy ne foghatnék bele valami másba, mint amit eddig csináltam sírt, és azt hajtogatta, soha nem bocsátaná meg magának, ha miatt a tönkre tenném az életemet, én pedig azt bizonygattam, hogy egyedül csak ő teheti tönkre, mert nélküle nem ér egy fabatkát sem. És ez így ment jó ideig. Néha már már úgy tűnt, hogy elfogadja az álláspontomat, de amint elengedtem magam mellől egy kis időre, már is elbizonytalanodott. Kiába, egy cseppet sem bízott magában végül mégiscsak beadta a derekát, mert nem csak a szenvedély kötött össze minket, hanem annál sokkal több. Gondolataink tökéletes harmóniába rendeződve felelgettek egymásnak, és ez nagy gyönyörűséggel töltött el minket. Nem egyszer előfordult, hogy valamelyikünk éppen azt mondta ki, amire a másik gondolt, és ez naponta ezer apró örömöt hozott az életünkbe. Jennifernek is be kellett látnia, hogy mi ketten mindörökre egymáshoz tartozunk. Ó, hát ez igaz. Sóhajtotta boldogan. Jaj, Hugh, nem is értem, hogy lehet, hogy tényleg olyan sokat jelentek neked. És látod, valahogy mégsem kételkedem benne. Szerelmünk kiállta a próbát, most már meg kellett tennünk a világ által megkövetelt lépéseket. Egy fényes, hideg reggelen arra ébredtem, hogy azon a napon kezdődik majd a mi új életünk, nem válunk el többé. Első alkalommal engedtem át magam ennek a tizenhárom meggyőződésnek. Korábban mindig attól tartottam, hogy Jennifer csak nem beteges önbizalom hiánya végül mégis megállt parancsol majd neki. Sőt, még akkor is, régi életem utolsó reggelén is meg kellett bizonyosodnom a felől, hogy komolyan gondolja, ezért felhívtam telefonon. Jennifer. Jó. Az őszelíd, kicsit remegő hangja. Tehát igaz. Bocsáss meg, drágám. Hallani akartam a hangodat. Szóval igaz, minden igaz. Igen, jó, igaz. A Northolt repülőtéren kellett találkoznunk. Dudorászva felöltöztem, gondosan megborotválkoztam. A tükörből rám tekintő arcot csak nem felismerhetetlenné változtatta az őrült boldogság. Ez az én napom, erre a napra vártam 38 esztendőn keresztül. Megreggelíztem, majd ellenőriztem, nálam van-e az útlevelem és megvannak-e a repülőjegyeink. Lementem az autóhoz, és megmondtam Herimanek, hogy ma én vezetek, ő üljön csak szépen a hátsó ülésre. Kamarosan kiértünk a főútra és már is benne voltunk a forgalomban. Tengeteg időm volt. Toda szép reggel volt, amelyet nyilvánvalóan számunkra, Jennifer és Hugh számára rendelt ilyen gyönyörűre a természet. Legszívesebben énekeltem és kiabáltam volna. A teherautó 40 mérföldes sebességgel fordult ki a mellékútról. Nem lehetett előre látni, és lehetetlenség volt elkerülni szó sem volt vezetési hibáról, vagy arról, hogy elnéztem volna valamit. Később azt mondták, a sofőr részeg volt. De milyen keveset számít az, hogy bizonyos dolgok miért következnek be. A bik össze-vissza gyűrve az út szélére sodródott, én beszorultam a roncsai alá, Heriman meghalt. Jennifer hiába várt rám a repülőtéren. A gép nélkülünk szállt fel. 14. Második fejezet. Nincs sok értelme elmesélnem mindazt, ami ezután következett. Kezdjük azzal, hogy tulajdonképpen nem is volt folytatás, csak sötétség, fájdalom, összevisszaság. Úgy tűnt, hogy vég nélkül bolyongok ismeretlen, föld alatti folyosókon. Időnként felrém lett, hogy kórházban. Vagyok, orvosok és fehérfityulás nővérek vesznek körül, éreztem a fertőtlenítő szagát, acél műszerek csörrentek, megvillant a fény a kerekes asztalkák üveglapjain. Lassan tisztulni kezdett a köd, de még mindig nem tudtam biztosan semmit. Az állat, ha fáj neki valahol, semmi másra nem tud figyelni a narkotikumok egy időre előzték a kint, de ezzel egy időben összezavarták a gondolataimat, és még erősebbé vált bennem a káosz érzése. Később egyre hosszabb ideig voltam magamnál, és végül elkövetkezett a perc, amelyben kertelés nélkül megmondták nekem, hogy balesetet szenvedtem. Tudatára ébredtem annak, hogy béna vagyok, béna és tehetetlen, hogy soha többé nem élhetek úgy, mint a többi ember. Látogatók jöttek hozzám, köztük a bátyám, akit sohasem éreztem túl közel magamhoz, és aki csak állt zavartan, és nem igen tudott mit mondani. Hogyan beszélhettem volna neki Jenniferről? Pedig szüntelenül rágondoltam. Az állapotom további javult, és egy napon leveleket hoztak nekem. Jennifer leveleit ő maga nem jöhetett hozzám, mert hivatalosan nem volt több, mint egy jó ismerős, engem pedig csak a legszűkebb családom látogathatott. Jó, drágám, nem engednek be hozzád írta Jennifer, de amint csak lehet, ott leszek melletted. Nagyon szeretlek. Te csak azzal törődj, hogy meggyógyulj. Jennifer. Vagy egy másik levél. Jó, ne búsulj, semmi sem számít, csak az, hogy élsz. Ez az egyetlen fontos dolog. Hamarosan újra együtt leszünk és soha nem válunk el egymástól. Jennifer. Papírt és ceruzát kértem, és reszketek betűkkel megírtam neki, hogy nem szabad többé találkoznunk. Mit adhattam most már neki? Mégis találkoztunk, nem a kórházban, hanem később, amikor a bátyám otthonában lábadoztam. Jennifer sokszor írt nekem, és minden levelében ugyanazt mondta. Szeretjük egymást, ha tehát én nem gyógyulok meg teljesen, ő kész engem egy életen átápolni. Még ez is boldogság volna, ha nem is olyan, amilyenről álmodtunk. A legszívesebben rákiáltottam volna, menj el, és ne gyere vissza többé. De hiába, nem bírtam megtenni, mert én is hittem abban akár csak ő, hogy minket nem csak a testi vágy köt össze, így a miénk lehet minden öröm, amit lelkünk egy beolvadása adni tud. Ő persze akkor járt volna a legjobban, ha elfelejt engem, de ha egyszer nem volt hajlandó erre. Lehezen adtam be a derekam, hosszú időnek kellett eltelnie, amíg beleegyeztem, hogy meglátogasson. Persze addig is sűrűn váltottunk levelet, és a leveleink igazi szerelmes levelek voltak, még a hősiesség sem hiányzott belőlük. Végül mégis eljött a nagy nap. Csak rövid ideig maradhatott, de azt hiszem, már akkor rájöttünk mind a ketten, ám bár nem vallottuk be magunknak sem. Aztán eljött még egyszer, majd harmadszor is. Azután egyszerűen nem bírtam tovább. Harmadik alkalommal. Mindössze tíz percig maradt, de nekem ez a rövid idő legalább másfél órának tűnt úgy, hogy nem akartam hinni a szememnek, amikor a távozása után az órámra pillantottam. És kétségtelenül így érzett ő is. Tudják miért, mert egyszerűen nem volt mondani valónk egymás számára. Igen, ennyi volt az egész, ennyi, és semmi több. Van-e keserűbb felismerés annál, hogy az édenkert nem létezik, hogy az a lelki összhang, a barátságunk, az egymást kiegészíteni látszó gondolataink, minden, amiben hittünk, csak illúzió volt ennek az illúziónak pedig az az érzelem volt a forrása, amely férfit és nőt egymáshoz szokott vonzani. A természet cselszövése ez, ravasz csapda, nem egyéb. Jennifert és engem csak is a testi vágy kötött össze, minden egyéb csak szörnyűséges öncsalás volt. 15 szenvedély volt csupán, semmi más, gondoltam. Szégyeltem magam, és úgy el voltam keseredve, hogy már-már gyűlöltem őt, és persze saját magamat is bánatosan néztük egymást, és a magunk módján mindketten azon rágódtunk, hogy ugyanhova tűnhetett az a csoda, amelyben olyan nagyon hittünk. Hiszen ő ugyanaz a szép nő maradt. Mégis minden szavát untam, és őt is fárasztotta a jelenlétem. Akármiről beszélgettünk, semmi örömöt nem találtunk benne. Jennifer önmagát hibáztatta az engemért szerencsétlenségért, ezt többször is elismételte, én pedig nagyon szerettem volna, ha abba hagyja, mert felesleges hisztizésnek tartottam. Mi a fenét nyafog annyit? Mérgelődtem magamban. A harmadik látogatása végén a szokásos vidám hangján ígérte. Hamarosan újra eljövök, hiú, drágám. Nem mondtam. Ne gyere, már hogy ne jönnék erősködött, de a hangja fakó volt és hamis. Az Isten szerelmére, Jennifer, ne játsz meg magad. Kiáltottam dühösen. Magad is tudod, hogy vége. Azt válaszolta, hogy nincs vége semminek, és fogalma sincs, hogy miről beszélek. Ő az egész életét az én ápolásomnak akarja szentelni, és mi ketten nagyon boldogok leszünk. Látszott rajta, hogy kész volna feláldozni önmagát. Gyenge voltam és beteg, ezért a szószoros értelmében pánikba estem, mert elképzeltem, milyen volna ha mindig ott sertepertélne körülöttem, folyton a kedvemre akarna tenni és megőrítene a locsogásával. Ráordítottam, hogy tűnjön el, tűnjön el minél előbb. Pent is rémülten, de a szemében megkönnyebbüléssel. Később, amikor a sógornőm bejött, hogy elhúzza a függönyöket, neki is megmondtam, vége, Teresa. Jennifer elment, és nem jön vissza többet. Ugye, nem, Teresa a maga csendes módján válaszolt, nem, jó, nem jön vissza. Gondolod, hogy a betegségem változtatott meg, hogy ezért látok mindent másképp. Faggatta masógornőmet. sógornőmet. Teresa pontosan tudta, hogy miről beszélek. Neki az volt a véleménye, hogy egy ilyen súlyos betegség, mind. Az enyém hajlamossá teszi az embert arra, hogy a valóságnak megfelelően lássa a dolgokat. Azt akarod mondani, hogy csak most látom, milyen az igazi Jennifer? Teresa azonban nem erre gondolt. Kifejtette, hogy minden bizonyal most épp úgy nem vagyok képes meglátni Jennifer valódi személyiségét, mint korábban, viszont most már pontosan tudom, mennyit tud adni nekem ez a nő, ha nem vagyok többé szerelmes belé. Megkérdeztem, hogy neki mi a véleménye Jenniferről. Azt válaszolta, hogy a maga részéről mindig is úgy gondolta, vonzó, kellemes és egy csöppet sem érdekes nő. Mit gondolsz, Teresa, nagyon boldogtalan. Igen, Hugh, nagyon. És ennek én vagyok az oka. Nem, ennek ő maga az oka. Folyton önmagát vádolja. Azt hajtogatja, hogy ha nem indultam volna el, hogy vele találkozzam, akkor ez a szerencsétlenség nem történik meg. Micsoda osztóbaság. Igen, meglehetősen nagy osztóbaság. Te én nem akarom, hogy emészze magát, Teresa. Nem akarom, hogy boldogtalan legyen. Ugyan, jó, azért hagyhatnál neki valamit. Tessék. Jó, Jennifer imád szenvedni. Nem vetted még észre. Van valami hideg tisztaság a sógornőm gondolkodás módjában, amitől én mindig zavarba jövök. Meg is mondtam neki, hogy amit mondott, az kegyetlenül hangzik. Teres a 16. Elgondolkodott, azután azt felelte, hogy valószínűleg igazam van, de véleménye szerint ennek most már nincs sok jelentősége. Nincs többé szükséged a tündérmesékre, hú. Jennifer mindig is élvezte azt, hogy elüldögéljen és azon tűnődjön, hogy minden milyen rosszul sült el. Igen, emészti magát, de ha ez egyszer neki örömet okoz. Látod, Hugh az ember csak azokat tudja sajnálni, akik maguk is sajnálják magukat. Te azonban mindig készen álltál arra, hogy megszállj másokat, ez volt a te gyenge pontod, ezért nem láttál világosan. Nagy élvezetet találtam abban, hogy megmondtam teresának, véleményem szerint ő egy rémséges nő Nagyjából egyetértett velem, soha nem sajnál senkit állapítottam meg. De igenis, tudok én szánakozni és tiltakozott. Tulajdonképpen még Jennifert is sajnálom. És engem. Hát, nem is tudom. Persze, az a tény, hogy egy nyomorúságos roncs lettem, akinek nincs miért élnie többé, még nem elég neked ahhoz, hogy megszánjál. Nem tudom eldönteni, hiú, hogy valóban szánalomra méltó vagy-e vagy sem. Ami veled történt, az alkalmat ad arra, hogy új életet kezdjél. Teljesen új életet, és ez lehet nagyon érdekes is. Közöltem vele, hogy nincs benne egy szemernyi emberség, és ő mosolyogva távozott. Igen nagy jót tett velem. 17. Harmadik fejezet. Hamarosan valamennyien leköltöztünk esté. Lóba, be, Teresának meghalt egy öreg nagynénje, és ráhagyta a házát. Nekem azt tanácsolták az orvosaim, hogy próbáljak meg valahol vidéken letelepedni. A bátyám, Robert, festőművész volt, szerette a természetet, bár a legtöbb ember szerint kissé eltorzult szemszögből szemlélte. Minden esetre a háború alatt, mint a festőket általában, őt is a mezőgazdaságban foglalkoztatták. Így aztán szépen egybevágott minden. Teresa előre ment, és rendbetette a házat, engem pedig, miután szerencsésen kitöltöttem egy csomó papírt, különleges mentőautó szállított le esté. Jóba, milyen a világ erre felé? Kérdeztem Teresát a megérkezésem utáni reggelen. Teresa már mindent tudott, mint mondta, itt három, egymástól jól elkülönülő világ van. Az első a régi halászfalú, a kikötő köré telepedett palatetős házaival, flamand, francia és angol nyelvű felirataival. A falun túl, végig a tengerpart hosszában nyújtózkodik a modern fürdőtelep a maga luxusot elejével és apró faházikóival, ahol persze csak nyáron van nagy élet, különben igen csendes. És végül ott van a esté. Jó kasté, amelyben az öreg lédi esté jó uralkodik. Ez a központja annak a világnak, amelynek a lakói kanyargó, árnyas fasorokban megbúvó szép házakban laktak a környező völgyekben. Tulajdonképpen ők képviselték az előkelő osztályokat erre felé. És mi melyikbe tartozunk? Érdeklődtem. Teresa közölte, hogy természetesen a legutóbbiba, mert a nagynénje, Missy Mitregell is is úrinő volt, és ő. Teresa, örökség útján jutott a Polners házhoz, nem pedig csak úgy megvásárolta. Ez Robertra is vonatkozik. Kíváncsiskodtam. Még akkor is, ha festőművész. Teresa elismerte, hogy ez egy kis kényelmetlenséget fog okozni, mert a helyiek túl sok festőt láttak erre felé nyaranta, és megvan róluk a véleményük. De Robert végső soron az én férjem mondta nem kis büszkeséggel a hangjában. Arról már nem is beszélve, hogy az édesanyja bolduró lány volt, így a származását Bodminig vezetheti vissza. Miután ezt ilyen szépen elintéztük, felkértem Teresát, hogy mondja meg, mi lesz a dolgunk az új otthonunkban, vagyis hogy ő mivel akar foglalkozni, mert az én szerepem eléggé világos volt. Mi más lehettem, mint csendes megfigyelője mások tevékenységének. Teresa úgy döntött, hogy részt akar venni a helyi társasági életben. Közelebbről, faggattam tovább. Azt mondta, hogy főleg a politika és a kertészkedés érdekli a nőszövetség tevékenysége, a jótékonykodás, mondjuk a háborúból hazatérő katonák fogadása. Leginkább mégis a politikával akarok foglalkozni közölte határozottan. Hiszen nyakunkon vannak az általános választások. Mondd csak, Teresa, politizáltál te valaha is. Nem, hiú, soha. Feleslegesnek tartottam. Mindig arra a jelöltre voksoltam, aki megítélésem szerint a legkevesebb kárt akarta csinálni. Nem is olyan rossz elgondolás mormogtam. Mostantól kezdve azonban komolyan fogja venni a dolgot, fogatkozott. Természetesen konzervatív lesz, mi más is lehetne. A megboldogult Missy Mitregel is megfordulna a sírjában, ha az unokahuga, akire a házát és minden vagyonát hagyta, beállna a munkáspártba. És ha úgy döntesz majd, hogy ők a jobbak, mit csinálsz? Kérdeztem. Ez a veszély nem fenyeget nyugtatott megteresa. Véleményem szerint semmi különbség sincs közöttük. Mi sem lehetne ennél izgalmasabb zártam le a vitát. 18. Két héttel azután, hogy beköltöztünk a Polnörs házba, meglátogatott minket Lady Esté. Jó, és magával hozta a hugát, Lady Tressilient, a sógornőjét, Missis. Igen Sárterist és Isabellát, az unokáját. El voltam bűvölve tőlük, és a látogatás után közöltem Teresával, hogy ezek nem lehetnek valódi emberek. Pontosan olyanok voltak, amilyennek a esté. Jó kastély lakóit elképzelte az ember. Mintha egy tündérmeséből lépett volna elő a három boszorkány és az elvarázsolt leány. Adeléd esté. Jó a kastély hetedik urának volt az özvegye férjét megölték a búrok elleni háborúban, a két fia elesett az első világháborúban. Egyikük után sem maradt fiú utód, de a fiatalabbiknak volt egy kislánya, Isabella, akinek édesanyja meghalt, amikor a gyermek született. Tím, rang és vagyon ilyen formán egy unoka testvérre szállt, ez a kilencedik lordesté. Ló azonban Új-Zélandon élt, és örült, hogy kiadhatta a kastét az öreg lédinek. Itt nőtt fel Izabella, nevelőnők, nagynénik és a nagymama felügyelete alatt. Pert Lady St. Jó nem egyedül lakott a kastélyban, vele élt a megözvegyült huga, Lady Tresszilien és az ugyancsak özvegy sógornője, Missis. Digem Sárter is. A költségeket igazságosan három felé osztották, lehetővé téve ezáltal, hogy Izabella abban a házban nőjön fel, amely, az öreg hölgyek véleménye szerint tulajdonképpen őt illette volna meg. Ketvenen felül voltak már, és erősen emlékeztettek három öreg, fekete csókára. Bédi Esté, jónak erős, csontos arca volt, sasorra és magas homloka. Bédi Tresszilien kövérkés termetű öreg asszony volt, kerek arcából apró szemek csillogtak. Isis, bigem is sovány volt és magas egyfajta edvárt korabeli légkör lengte körül őket, mintha számukra megállt volna az idő. Félkör, patkó és csillag alakú ékszereket viseltek, nem túl sokat. Ékszerei kétségtelenül valódiak voltak, de már erősen elpiszkolódtak, és a legváratlanabb helyekre tűzték fel őket. Hát így nézett ki a három öreg hölgy. Magukkal hozták azonban Isabellát is, aki remekül beleillett az elvarázsolt lány szerepébe. Nyullánk volt és vékony, magas homlokát, keskeny, hosszú arcát egyenes, ezüstszőke haj keretezte. Kihetetlenül hasonlított az ősi templomok ólomüveg ablakaira festett figurákra. Nem volt csinos, még vonzó sem, mégis egyfajta szépség járt a nyomában, de nem a modern időkből való, hanem a réges régi korokhoz illő szépség. Szabályos volt és teljes mértékben hiányzott belőle az élénkség és a színek bája szépségét tulajdonképpen jó testi. Felépítésének köszönhette, igen, a jó csont szerkezetének. Egész megjelenése középkorias volt, zord és szigorú, az arca azonban nem volt kifejezéstelen. Jobb szó hiányában azt mondhatnám, hogy nemesség tükröződött rajta. Miután közöltem Teresával, hogy mi a véleményem az öreg hölgyekről, hozzátettem, hogy az unokájuk sem tűnik valóságosabbnak, mint ők maguk. Romos kastélyban őrzött hercegnő, kérdezte Teresa, pontosan válaszoltam. Húfehér paripán kellett volna idejönnie, nem egy lehurbolt démleren. Eltűnődtem. Vajon mi járhat a fejében? Pert Izabella az egész vizit ideje alatt alig szólt egy-két szót. Pereven, egyenesen ült, arcán kedves, elrévedező mosolyjal udvariasan válaszolt minden hozzá intézett szóra, de a társalgás nem jelentett nagy gondot számára, mert az öreg hölgyeknek be nem állt a szájuk. Azon gondolkodtam, vajon unalmasnak találja-e a látogatást, vagy örül annak a kis újdonságnak, amit mi jelentettünk, hiszen véleményem szerint meglehetősen egy hangú élete lehetett. Kíváncsian faggattam Teresát, mit csinált ez a lánya háború alatt. Itthon ült a kastélyban. Jó, hiszen csak 19 éves. Amióta befejezte az iskolát, a helyi vörös kereszt szolgálatában áll. Iskolát. Kiáltottam felelképedve. Azt akarod mondani, hogy iskolába járt és bent lakó volt. 19 hát persze felelte Teresa. AST. Niniamba. Ha lehet, még jobban elcsodálkoztam. AST. Én ilyen drága iskola volt és igen modern, nem olyan értelemben persze, hogy koedukált lett volna, de büszkén hirdette magáról, hogy új szemszögből nézi a világot. Furcsának találod, kérdezte Teresa. Igen, tudd meg, hogy igen mondtam csendesen. Az a lány úgy néz ki, mintha soha ki nem lépett volna otthonról. Mintha középkori környezetben, ehhez illő módon nevelték volna mintha semmi köze sem lenne a 20. századhoz. Teresa elgondolkodva bólogatott, igen, értem, hogy mit akarsz mondani. Ezen a ponton Robert bátyám is bekapcsolódott a beszélgetésünkbe és kifejtette, hogy ezek szerint ismét bebizonyosodott, hogy csak is az otthoni környezet az, ami számítno meg az örökölt tulajdonságaink. Mégis, szeretném tudni, mi járhat a fejében erősködtem. Talán semmi tűnődött Teresa, Nevettem, de a furcsa lányt nem tudtam többé kiverni a fejemből. Ebben az időben nagyon szenvedtem, mert beteges módon nem bírtam másra gondolni, mint a tulajdonnyomorék voltomra. Világéletemben egészséges, kisportolt férfi voltam, gyűlöltem a betegséget és viszonyogva néztem az eltorzult testeket. Nem azt akarom mondani, hogy hiányzott belőlem a szánalom, csak éppen az együttérzésemben mindig volt egy kis undor is. És most én voltam az, aki egyszerre kelthettem szánalmat és írtózatot, egy tolókocsiban ülő nyomorék, akinek plédet terítenek a béna, kifacsarodott lábaira. Akár kikerült a közelembe, feszültem figyeltem, hogyan reagál az állapotomra, de bármi is volt a megfigyelésem eredménye, nekem sosem tetszett. Témes volt, ha valaki kedvesen, szánakozva nézett végig rajtam, de legalább ennyire nyomasztott, ha az illető igyekezett úgy tenni, mintha nem vett volna észre semmit, mintha a világ legtermészetesebb dolga volna az én mozdulatlanságom. Ha Teresa nem lett volna vasakarattal megáldva, bizonyára bezárkózom, és soha senkit nem engedek magam elé csak hogy Teresát nem könnyű lerázni, ha egyszer a fejébe vett valamit, már pedig ő elhatározta, hogy nekem nem szabad elszigetelődnöm. Szavak nélkül is sikerült értésemre adnia, hogy az elvonultság, a titokzatosságba burkolózás az én esetemben felér az önreklámozással. Én persze pontosan tudtam, hogy mi a célja a mesterkedéseinek, mégis hajlottam a szavára. Csak hogy megmutassam neki, hogy ki vagyok, elhatároztam, hogy ki fogom bírni. Attól kezdve pókerárkkal fogadtam mindent, a nyájasságot, a tapintatot, azt, hogy senki sem beszélt előttem balesetekről, meg betegségről, és mindenki igyekezett úgy tenni, mintha teljes értékű ember volnék. Az öreg hölgyek azonban nem hoztak túlságosan zavarba. Védi esté! jó tapintatosan kerülte a témát, Lady Tresszilien azonban anyáskodóbb természetű volt, és nem állta meg, hogy ne szánakozzon egy kicsit. Figyelmembe ajánlotta a legújabb könyveket és megkérdezte, nincs -e szükségem képes újságokra. Isis, Bigem Sárter is egyszerű lélek volt, így csupán azzal mutatta ki a velem való törődését, hogy igyekezett visszafogni magát, amikor a sok mozgást igénylő. Sportokról volt szó szegény ördög, csak nem fogunk előtte vadászatról meg vadászkutyákról beszélni. Izabella azonban meglepően természetesen tudott viselkedni. Amikor rám nézett, nem sietett elkapni rólam a tekintetét, egyszerűen csak számba vett, mint minden egyebet, ami a szobában volt. Egy harmincon túl lévő, béna férfi. Egy hosszú lista egyetlen tétele. Neki azonban semmi köze ahhoz a listához miután velem végzett, a tekintete tovább siklott a nagy zongorára, majd Robertra, és végül megpihent teres a tankkorból származó, lovat formázó szobrocskáján, amely egymagában állt egy asztalkán. Úgy tűnt, a szobor felkeltette valamennyire az érdeklődését. Hozzám fordult, és megkérdezte, hogy milyen szobor. Megmondtam neki. 20. Tetszik önnek? Kérdeztem. Nem válaszolt azonnal, Gondos mérlegelés után azt mondta. Igen. Erősen kihangsúlyozta ezt a rövid, tömör szót, mintha valami nagyon fontos mondani valót hordozna. Egy pillanatig arra kellett gondolnom, hogy talán nem egészen épeszű. Tovább faggattam, szereti a lovakat. Ez az első, amely elém került válaszolta. Én igazi lovakra gondoltam, magyaráztam. Ja, hát persze, hogy szeretem őket. De a vadászatot nem engedhetem meg magamnak. Szeretne vadászni. Nem különösebben, erre felé nincsenek jó helyek. Ezután megkérdeztem, hajózott-e már életében, és ő azt válaszolta, hogy igen, de tovább nem folytathattuk, mert Lady Tresszi könyvekről akart beszélgetni velem, és Isabella visszasüllyedt a hallgatásba. Pár ekkor megfigyeltem, hogy Mesterien kifejlesztette magában a nyugalom művészetét valóban képes volt nyugton maradni. Nem fújta a füstöt, nem tette keresztbe a lábait és nem lóbálta őket, nem malmozott az ujjaival és nem igazgatta a haját. Pereven, kihúzott derékkal ült a magas támlájú széken, keskeny, hosszú kezei az ölében nyugodtak. Éppen olyan mozdulatlan volt, mint a tankoriló. Jó az asztalon, lánya széken. Volt bennük valami hasonló, dekoratívak voltak, szoborszerűek, régi korból itt ragadtak. Kinevettem teresát, amikor azt állította, hogy ez a lány nem is szokott gondolkodni, később azonban magam is úgy találtam, hogy igaza lehet. Az állatok nem gondolkodnak, agyuk mindaddig nyugalomban van, amíg valamilyen vészhelyzet miatt mozgásba nem kell lendülnie. A gondolkodás a töprengés egyáltalán nem természetes folyamat aggaszt minket az, ami tegnap történt, és azon rágódunk, hogy mi lesz ma és holnap. Pedig a tegnap, a ma és a holnap teljesen függetlenek attól, amit mi gondolunk. Tehetünk bármit, úgyis az fog történni, aminek történnie kell. Teresa igen pontosan előre látta a mi esté. Dubeli jövőnket. Alig hogy berendezkedtünk, már is nyakig merültünk a politikába. A Polnörsz ház nagy, zegzugos épület volt, amelynek az egyik szárnyát Missy Mitregell is leválasztotta, és egy konyhát is építetett hozzá, mert a megnövekedett adók miatt ugyancsak. Lecsökkent a jövedelme. Eredetileg menekülteket szállásoltak el benne, akik London bombázása után a tél közepén otthon nélkül maradtak, de azok nem tudtak itt megszokni. Meg lehet, hogy esté. Jóban, a városban, ahol házak és üzletek voltak, elviselhetőbbnek találták volna az életet, de itt egy mérföldnyi távolságra mindentől. Az a rémséges, dimbes dombos hely, és micsoda sár, és nincs egy lámpa, és az ember sohasem tudhassa, hogy mikor ugrik valaki a hátára a sövény mögül. A zöldségféléket azon sárosan hozzák a kertből, és mennyi van belőlük, teremtőm, és a tej, úgy, ahogy kijön a tehénből néha még egész meleg, BRRR, undorító, és sehol egy jó kis praktikus konzerv. Hát ez túl sok volt Missis. Price-nak és Mrs. Hardinak meg a gyerekeknek egy kora hajnali órában szépen megléptek a kastélyból, és visszamentek a veszélyes Londonba. Te rendes fehér népek voltak, kitakarítottak, felsúroltak, és még egy levelet is hagytak az asztalon, kisasszony, köszönjük a jóságát és tudjuk, hogy megtett mindent, ami csak tellett magától, de hiába, mink nem szeretjük falun, meg a gyerekek sem szeretnek a nagysárban iskolába menni. Reméljük, hogy rendben hagytunk mindent. A hatóságok tanultak a dologból, és többé nem próbálkoztak, Mr. is pedig bérbeadta a ház leválasztott szárnyát Kárszlék kapitánynak, a konzervatív párt aktív tagjának, aki altiszti rangot kapott a légierőnél, és tiszti beosztása volt a nemzetőrségnél. Robert és teres a készségesen megerősítették a Kárszlék családbérlői jogait, annál is inkább, mert amúgy sem. Rakhatták volna ki őket. Ez viszont egyet jelentett azzal, hogy a választások előtt a házban és a ház körül legalább akkora volt a sürgésforgás, mint a konzervatív párt székházában, ST. Lófő utcáján. 21 teresa, amint azt előre bejelentette, lelkesen részt vett mindenben. Önkéntes sofőr volt, röpcédulákat osztogatott, helyi közzel korteskedett is. Az utóbbi években ugyanis esté. Jó politikai élete megélénkült. Korábban divatos tengerparti fürdőhely és kötő volt, a környéken élők pedig mezőgazdasággal foglalkoztak, már pedig az ilyen vidék természetéből adódóan konzervatív beállítottságú. Csak hogy az utóbbi 15 évben sok minden megváltozott esté. Lóban, nyaranta már nem csak az előkelő bosztályok látogatták, hanem a köznép is. Sok-sok apró faházikóból álló, hatalmas művésztelepe volt, és azok, akik benépesítették, komoly, kulturált emberek voltak. Ami azonban a politikai meggyőződésüket illeti, hát ha nem is voltak vörösek, de legalábbis rózsaszínűek. 1943-ban időközi választások voltak, mert második agyvérzése után az öreg szőr George Borrodél úgy döntött, visszavonul. Ekkor történt, hogy mindenki rémületére a munkáspárt is indított egy jelöltet. És ne feledje el, amit mondok oktatta Teresát Kárszlék kapitány, miközben a sarkain hintázott, meg is érdemeltük, amit kaptunk. Kárszlék cingár kis ember volt, lóképű és élénk tekintetű. Kapitányi rangját 1918-ban kapta, amikor a hattáp keretében szolgált. Hozzáértő politikus volt, és tudta a dolgát kérem, vegyék figyelembe, hogy én magam semmit sem értek a politikához, igazából még a szavak értelme sem mindig világos számomra. Ilyen formán nagyon is lehetséges, hogy pontatlanul fogom bemutatni a ST. Új választásokat. Az én beszámolóm körülbelül annyira fog hasonlítani a valósághoz, mint Robert fákat ábrázoló festményei az igazi fákhoz. A fáknak, a valódi fáknak van törzsük és kérgük, vannak ágaik és leveleik, virágaik és terméseik. Robertnél mindebből bizonyos minta szerint elrendeződő, a vászon meghatározott területét kitöltő színes olaj, festékfoltok és peknyik lesznek, szóval a két dolog egyáltalán nem hasonlít egymásra. Egy ilyen kép ábrázolhat egy társpenótot is meg a gázműveket is, mégis, Robert ilyennek látja a fákat. Amit én a esté. Jubeli választásokról elmesélek, az sem lesz több, mint az én benyomásom erről a politikai eseményről. Egy politikus valószínűleg rá sem ismerne a történésekre, mert attól tartok, nem mindig használom majd a helyes kifejezéseket, és lehet, hogy rosszul fogalmazom majd meg az eljárások lényegét. Csak hogy számomra a választások mindössze a jelentéktelen, zűrzavaros háttér szerepét töltötték be egy életnagyságú figura mögött. Ő volt John Gabriel, 22. negyedik fejezet. John Gabriel neve azon az estén hangzott el először, amelyiken Carslake elmagyarázta Teresának, hogy nagyon is megérdemelték azt, amit az előválasztásokon kaptak. A konzervatívok jelöltje a Torrington Parkban lakó Sir James Bradwell volt. Itt lakott, pénze is volt, tökéletes. Elfű és becsületes embernek ismerték. 62 éves volt, hiányzott belőle az intellektuális lelkesedés, nemigen volt képes gyors visszavágásra, lehetségtelen szónoknak bizonyult, és egészen elvesztette a fejét, ha valaki belekiabált az előadásába. Szánalmasan mutatott az emelvényen ismerte elkárszlék. Nagyon szánalmasan. Mindegyre megállt, a torkát köszörülte, nyögött, hümmögött, egyszerűen képtelen volt folyamatosan beszélni a beszédeit természetesen mi írtuk meg, és a fontosabb gyűlésekre mindig elküldtünk vele egy jó szónokot. Nem mondom, tíz évvel ezelőtt még ő is megfelelt volna. Ma azonban már többet akarnak a választók. Úgy érti, elvárnák, hogy a jelöltnek több esze legyen. Kérdeztem. Kárszlék azonban nem éppen erre gondolt. Az tetszik nekik, ha az illető szellemes, ravasz, és megnevetteti őket a csattanós válaszaival. No és persze fontos, hogy mindenfélét megígérjen nekik. Egy olyan régi vágású öreg fiú, mint bredvel, túl becsületes ehhez. Ő képtelen volt azt harsogni, hogy mindenkinek saját háza lesz, hogy a háború már holnap véget érhet, és hogy minden asszony örülhet majd a központi fűtésnek és a mosógépnek. Ugyanakkor mozgásba lendült a politikai inga is. Mi már túl régen voltunk hatalmon, és az emberek szeretik a változatosságot. A másik jelölt egy Wilbrehem nevű fickó értette a dolgát. Becsületes tanító volt, hadirokkant, csodálatosan tudott beszélni arról, hogy mit kellene tenni a hazatérő katonákért, és lelkesen magyarázta az államosítás és az egészségügyi reformok előnyeit. Egy szóval igen jól. Tálalta magát, és 2000-rel több szavazatot kapott, mint bredvel. Ilyesmi először fordult elő esté. Jóban, és elhihetik, hogy nagyon megrázott minket. Ez alkalommal össze kell szednünk magunkat, ha ki akarjuk ütni a nyerekből vilbrehemet. Még mindig népszerű. Annyira, amennyire. Nem áldozott sok pénzt a környékre, de lelkiismeretes és megnyerő modorú. Nem lesz könnyű elbánni vele. Különben jó volna, ha országos viszonylatban is komolyabban vennénk a dolgot. Gondolja, hogy a munkáspárt győzni fog az 1945-ös választások előtt nem nagyon hittünk abban, hogy ez megtörténhet. Kárszlék is azon a véleményem volt, hogy ez lehetetlen, mert az ország egységesen felsorakozott Churchill háta mögött. Országosan mégsem kapunk majd annyi szavazatot, mint korábban. Kérdés persze, hogy hogy állnak majd a liberálisok. Kettőnk között maradjon, Missis. Norreiz, nem csodálkoznék azon, ha igencsak megnövekedne a liberálisokra voksolók száma. A szemem sarkából teresára pillantottam. Igyekezett olyan képet vágni, mint aki tökéletesen érti, hogy miről van szó. Biztos vagyok abban, hogy ön nagy segítségünkre lesz, mondta neki Kárszlék kedvesen. Attól tartok, nem vagyok nagyon jártas a politikában, motyogta Teresa. Valamennyiünknek keményen kell dolgoznunk, szögezte Lekárszlék. Rám nézett, és láttam rajta, hogy gondolkodik. Azonnal felajánlottam, hogy majd megcímzem a borítékokat, ákarom, a tudom mozgatni, mondtam. Zavarba jött, és hintázni kezdett a sarkain. Temek mondta, igazán remek. Kul sebesült meg? Észak-Afrikában. 23 közöltem vele, hogy a heró Ródon, amitől még jobban zavarba jött, és hogy valahogy kibújjon a kutyaszorítóból, Teresához fordult, ugye, a férjére is számíthatunk. Teresa megrázta a fejét, attól tartok, hogy ő kommunista. Kárszlik akkor sem döbbent volna meg jobban, ha Teresa azt állította volna, a férje egy fekete mamba kígyó. A szószoros értelmében összeborzongott. Tudja, ő olyan művészember, magyarázta Teresa. Kárszlék egy kicsit megvigasztalódott. No persze, művészek, írók, meg a hozzájuk hasonlók. Értem mondta, amint az egy széles látókörű emberhez illik. Persze, persze, értem. Később, amikor magunkra maradtunk, Teresa elégedettem mondta. Hát ezzel Robert megmenekült. Kijelentettem, hogy véleményem szerint egy rémes teremtés. Amikor Robert megjelent, Teresa őt is felvilágosította arról, hogy milyen politikai elveket vall. De én soha nem voltam tagja a kommunista pártnak tiltakozott Rebört. Nem mondom, tetszik nekem a gondolkodásuk, az a véleményem, hogy helyes elveket vallanak. Én is ezt mondtam Kárszléknek, mondta Teresa. És időnként majd oda készítünk egy nyitott márszkötetet a széket karfájára, hogy biztosan ne akarjanak berángatni semmiféle tevékenységbe. Ez mind szép Teresa, de mi lesz, ha a másik fél kap majd rám? Agodalmaskodott rá bört. Emiatt ne agódj nyugtatta meg Teresa. Amennyire én látom, a munkáspárt jobban fél a kommunistáktól, mint a torik. Vajon milyen lehet a jelöltjük? Ünőttem, mert kárszlék nem sokat mondott róla. Amikor Teresa megkérdezte, hogy vajon Sir James jelölteti -e magát ismét, kárszlék határozottan megrázta a fejét. Nem, ez alkalommal nem. Itt nagy harc lesz, és magam sem tudom, hogyan fog végződni. Láthatóan nagy gondban volt, és nem örült annak, amit mondott. Az illető nem helybéli, hát kicsoda. Gabriel őrnagy. Kitüntették a háborúban, ebben a háborúban vagy az elsőben. Természetesen ebben, meglehetősen fiatal, még csak 34 éves. A kitüntetését azért kapta, mert rendkívüli hidegvérről, hősiességről és a haza iránti odaadásról tett a bizonyságot. A salernói támadásban egy gépágyú állás parancsnoka volt, amelyet szüntelenül lőttek az egész csapatból csak ketten élték túl a dolgot, és ő, bár megsebesült, az utolsó golyóig. Tartotta magát. Akkor kézigránátokat dobálva visszavonult a főállásra, magával cipelve súlyosan sebesült társát is. Cép, mi? Sajnos nincs rajta sok nézni való, amolyan kicsi, jelentéktelen fickó. Hogy fog majd beválni, amikor közönség elé kell állnia? Parsley arca felragyogott, ó, remekül, jó dumája van, ha érti, hogy mit akarok mondani. És vág az esze. Jókat lehet nevetni azon, amit mond, ám bár a viccei gyakran meglehetősen olcsó bemondások. Kárszlék arcára egy pillanatra kiült az undor. Igazi konzervatív gondolkodású ember volt, aki a legnagyobb unalmat is többre tartotta az ízléstelen tréfáknál. Egy szóval megfelel, tökéletesen megfelel. Persze, nem valami jó a származása. Úgy érti, hogy nem kornból bevaló. Kérdeztem. Akkor honnan jött? 24. Őszintén megmondom, fogalmam sincs. Sehonnan. Ka érti, hogy mire gondolok. Szóval erről nem fogunk beszélni. Annál inkább a háborús érdemeiről. Nagyon jól fog mutatni a hétköznapi ember szerepében. Ő az egyszerű angol férfi. Persze, mi nem ilyen jelöltekkel szoktunk előállni. Kárszlék sóhajtott, majd bánatosan hozzátette: Azt hiszem, Lédi esté. Jó, nem fog örülni a dolognak. Teresa óvatosan megérdeklődte, hogy csak ugyanolyan sokat számít-e Lady esté. Jó véleménye kiderült, hogy igen. Lédi esté jó vezeti a Konzervatív Nőszövetséget, márpedig ez utóbbinak nagy hatalma van esté. Jóban ők azok, akik a legtöbb helyi ügyet intézik ilyen formán. Erősen befolyásolják majd a női szavazókat. Tehát a női szavazók megnyerése mindig is egy kicsit bajos volt. Egyszerre csak felderült. Ezért is bízom Gabrielben, tud bánni a nőkkel, kifejtette, hogy Lady Esté, lúval nem lesz semmi baj. A hölgy maga is elismerik, hogy ő bizony egy kicsit ódivatú, viszont teljes szívvel egyetért mindennel, amit a pártiónak lát megtenni. Hiába, megváltoztak az idők szomorkodott kárszlék. Azelőtt a politikusok úriemberek voltak. Ma már alig találni közöttük igazi urat. Magam is jobban szeretném, ha ez a fickó úriember volna, de ha nem az, hát nem az. Jó lesz nekünk egy háborús hős is. Ez a kijelentés valóságos epigramma mondtam később teresának. Teresa mosolygott és kijelentette, hogy meglehetősen sajnálja Gábriel őrnagyot. Mit gondolsz, milyen lehet? Ünődött. Tényleg olyan rémes. Ugyan de hogy, szerintem egészen rendes pasas lehet, mondtam. Miért, amiért kitüntették a háborúban? A fenét. A háborúban kitüntetést kaphat az is, aki egyszerűen csak vakmerő, vagy éppenséggel hülye. Az öreg Freddy Eltonról azt mondták, azért tüntették ki, mert annyira ostoba volt, hogy azt sem tudta, merre kell visszavonulni az előretolt állásból. A szószoros értelmében észre sem vette, hogy mindenki elfutott már körülötte. És ezt nevezték hősies helytállásnak. Hát akkor igazán nem értem, Hú, miért vagy olyan biztos abban, hogy ez a Gabriel egy belevaló fickó. Azt hiszem, egyszerűen azért, mert kárszléknek nem tetszik. Neki csak egy felfújt hójak tetszene igazán. Azt akarod mondani, hogy neked sem tetszik ez a szegény kárszlék. Semmi szegény. Parsley tökéletesen elvégzi a munkáját. De micsoda munkája van? Miért volna rosszabb, mint bármilyen más elfoglaltság? És nem is könnyű. Így igaz. Csak hogy aki egész életében azon töri a fejét, hogy ez meg az milyen hatással lesz erre meg arra, annak végül is fogalma sem lesz arról, hogy ez meg az mi is a maga valójában. Úgy érted, hogy elszakad a valóságtól. Pontosan. De végső soron nem így jár minden politikus. Hiszen egyéb sem érdekli őket, csak az, hogy mit gondolnak az emberek, hogy kinek a pártján állnak, és hogy merre kéne őket irányítani. Az egyszerű tények kívül esnek az érdeklődési körükön. Hát akkor nekem van igazam, amikor nem veszem túl komolyan a politikát vonta le a következtetést Teresa. Neked mindig igazad van, Teresa mondtam, belecsókoltam a tenyerembe és a sógornőm felé fújtam. Én magam a gyakorlóteremben tartott nagy láttam először a konzervatív párt jelöltjét. Teresa szertett valahol egy egészen modern tolókocsira, amelyben kiguríthattak a 25. Teraszra, és én órákig ücsöröghettem a kellemes napon. Később, amikor a székben ülés már nem okozott akkora fájdalmat, távolabbra is elmerészkedtem. Időnként esté. Jóba is eltoltak. Az előbb említett gyűlést délután tartották, és Teresa igyekezett meggyőzni arról, hogy nekem is részt kellene vennem rajta. Azt is hozzátette, bizonyosan jól szórakoznék. Kénytelen voltam megjegyezni, hogy fura elképzelései lehetnek a szórakozásról. Majd meglátod, mulattatni fog az, hogy mennyire komolyan veszik magukat erősködött Teresa. És ne feledd, én is felteszem a kalapomat. Teresa, aki mindez ideig kizárólag esküvőkön viselt kalapot, ez alkalommal felment Londonba, és megvásárolt egy kalapot, amely véleménye szerint pontosan olyan volt, amilyen egy konzervatív nőhöz illik. És milyennek kell lennie a konzervatív nő kalapjának? Kíváncsiskodtam. Teresa részletesen leírta nekem. Először is jó anyagból kell készülnie, nem lehet ódivatú, de nem lehet túlságosan modern fazonú sem. Fontos, hogy jól üljön a fejen és ne legyen kacér. Nos, a kalap, amelyel beállított, pontosan ilyen volt. Amikor felpróbálta, Robert meg én megdapsoltuk, fenemúd jól áll neked, teres a lelkesedett Robert. Becsületesnek és céltudatosnak látszol benne. Megértik ugye, hogy azon a különösen szép nyári délutánon ellenállhatatlanul vonzott engem a pódiumon helyett foglaló, kalapos teres a látványa. A gyakorló terem zsúfolásig megtelt jó módú, idősebb emberekkel. A 40 éven aluliak a tengerparton élvezték a nyarat, és véleményem szerint ez volt a legbölcsebb dolog, amit tehettek. Az én székemet egy. Terkész fiú gondosan az első sorokig tolta, és ott a fal mellé állította. Innen mindent jól megfigyelhettem, de előnyös helyzetemben is csak az járt a fejemben, hogy ugyan mi haszna van egy ilyen gyűlésnek. Hiszen minden jelenlevő egészen bizonyosan a pártunkra szavaz majd. Ellenfeleink a leányiskolában tartották a gyűlésüket, és akik oda mentek, azok meg rájuk fognak szavazni. Hogyan akarják befolyásolni a közvéleményt? Hangos bemondókkal, szabadtéri gyűléseken gondolataimat félbeszakította az a csapatnyi ember, aki megjelent a pódiumon, ahol mindez ideig csak néhány szék árválkodott egy asztal mögött, az asztalon pedig egy pohár víz állt. Suttogva beszéltek egymással, integettek és végül Kiki elfoglalta a maga helyét úgy, ahogyan azt az illem megkívánta. Teresa fején a kalappal a második sorban ült a kevésbé fontos személyiségek között. Az első sorban foglalt helyet az elnök néhány bizonytalan mozgású regúr, a pártközpont szónoka, Lédi Esté. Jó és még két nő. Az elnök reszketeg, édeskés hangon megnyitotta a gyűlést. A beszéde lapos közhelyekből állt, de azokat is alig lehetett megérteni, úgy motyogott. Nagyon öreg volt már a búrok elleni háborúban kitüntetett tábornok, de az is lehet, gúnyolódtam vele magamban, hogy még a krími háborúban harcolt akárhogyan is, az már nagyon régen lehetett, az ő világa mindenestől elsüllyedt, gondoltam. Amikor a vékony, kedveskedő hang abba maradt, a közönség lelkesen tapsolni kezdett. Angliában mindig számíthat erre az, akiről úgy gondolják, kiállta az idők próbáját, és esté. Jóban jól. Ismerték az öreges tábornokot. Az emberek azt tartották róla, hogy finom úri ember, a régi iskola neveltje. Beszéde utolsó szavaival az öreg tábornok bemutatta az összegyűlteknek az új iskola neveltjét, a konzervatív párt jelöltjét, a háborúban kitüntetett Gabriel őrnagyot. Ebben a pillanatban a mellettem levő sor szélén felfedeztem Lady Tressilient, akit valószínűleg anyáskodó természete ültetett mellém. A hölgy hatalmasat sóhajtott. Ilyen kár, hogy olyan közönséges lábai vannak. Azonnal tudtam, mire gondol, ám bár akkor sem tudnám megmondani, hogy mitől közönséges egy láb, ha az életem függne tőle. Gabriel nem volt magas, a lábai pedig ehhez mérten arányosak voltak, sem túl hosszúak, sem túl rövidek. Meglehetősen jól szabott öltönyt viselt. Mégis, azok a nadrágszárban megbúvó lábak nem egy ember lábai voltak. Lehetséges volna, hogy az alsó végtagok felépítése és mozgása lényeges elemei a 26 nemességnek. Ezt csak egy szakértő csoport tudná eldönteni. Minden esetre Gabriel származásáról nem az arca árulkodott. A vonásai csúnyák voltak, de érdekesek, a szemei nagyon szépek. A lábai viszont mindent elmondtak róla. Rekötelező mosolyjal állt fel, hogy megtartsa a beszédét. A hangja meglehetősen szintelem volt, a hanglejtése enyhén külvárosias. Körülbelül húsz percig beszélt és jól beszélt. Lekérdezzék, hogy miről, mert csak annyit mondhatok, hogy a szokásos dolgokról szólt többé-kevésbé a megszokott módon. Mégis képes volt felkelteni a közönség érdeklődését, mert rendkívül. Dinamikus volt miközben hallgatták, az emberek megfeledkeztek arról, hogy hogy néz ki, hogy szintelen a hangja és pórias a kiejtése, mert mindezért kárpótolta őket az a csodálatos érzés, hogy egy valóban őszinte, céltudatos ember áll előttük. Mindenki úgy érezte, hogy ez a fickó valóban igyekszik majd megtenni mindent, tőle telhetőt. Őszinte volt igen, nem találok jobb kifejezést rá, őszinte volt és látszott rajta, hogy törődik az emberekkel. A fiatal házasok lakásgondjaival, a katonákkal, akiket sok évi szolgálat után a tengeren túlról vártak haza, az ipar újraépítésével, a munkanélküliség megszüntetésével. Azzal, hogy az ország fejlődjön és gyarapodjon, mert csak is ezáltal lehet boldog és jó módú minden polgára. Időnként, meglehetősen váratlanul, elsütött egy-egy olcsó, könnyen érthető szellemességet. Végi, bevált viccecskék voltak, talán azért is tetszett a közönségnek, mert olyan vigasztalóan ismerősök voltak. Mégsem ezek nyerték meg számára az emberek szívét, hanem, amint már mondtam, az őszintesége. Amikor csak ugyan véget ér majd a háború, amikor majd Japánt is térdre kényszerítik, amikor majd valóban béke lesz, akkor életbevágóan fontos lesz, hogy megfogjuk a munka végét. És ő csak ugyanazon lesz, ha megválasztják, hogy rendbe tegye a dolgokat. Körülbelül ennyiből állt a beszéde, és úgy gondoltam, hogy a szereplése teljes mértékben az ő személyes érdekeit szolgálta. Nem, mintha megfeledkezett volna mindarról, amit a párt hangoztatni szokott. Pontosan azt mondta, amit elvártak tőle, kellő tisztelettel és lelkesedéssel beszélt a pártvezérről, és nem hagyta ki a birodalmat sem. Csak hogy nem annyira a párt. Támogatására szólította fel a közönséget, mint hogy szavazzanak rá John Gabrielre, aki majd rendbe teszi a dolgokat, mert egyéb vágya sincs ezen a földön. A hallgatóságnak minden esetre tetszett. Természetesen már a gyűlés előtt felkészítették őket arra, hogy milyen is a párt jelöltje. Torik voltak az utolsó emberig, de úgy tűnt nekem, hogy Gabriel jobban megnyerte a tetszésüket, mint azt gondolták volna. Sikerült valamelyest felébresztenie őket. Ez az ember valóságos dinamú. Gondoltam elégedetten. A lelkes taps után bemutatták a központi küldöttet. Kiváló volt. Pontosan azt mondta, amit kellett, ott tartott szünetet, ahol kellett, és ott nevettette meg az embereket, ahol kellett. Bevallhatom, hogy amíg őt hallgattam, elelkalandoztak a gondolataim. A gyűlés a szokásos módon ért véget. Amikor mindenki elhagyta a helyét és megindult kifelé, Lady Tresszilien úgy állt meg mellettem, akár egy őrző angyal. Fulladozó, aszmás hangján azt kérdezte, hát önnek mi a véleménye? Kérem, mondja meg nekem, hogy mi a véleménye. Az a véleményem, hogy megfelelő válaszoltam. Határozottan megfelelő. Annyira örülök, hogy így gondolkodik sóhajtotta jó esően. Azon tűnődtem, miért olyan fontos számára az én véleményem. Ő maga volt az, aki legalábbis részben megadta a választ. Tudja, én nem vagyok olyan okos, mint Edi vagy Mú. Igazából sohasem foglalkoztam a politikával. Kiába, régi Múdi vagyok és sohasem tudtam megszokni a gondolatot, hogy a kormány tagjai fizetést kapnak. Amit tesznek, azt a haza iránti szeretetből kellene megtenniük, nem fizetésért. Nem mindenki engedheti meg magának, hogy ingyen szolgálja a hazát, Lady Tresszilien világosítottam föl a hölgyet. 27. Persze, tudom, ma már így van. Én mégis sajnálom, Tudja, jó volna, ha a törvényhozóinkat azokból az osztályokból választhatnánk, amelyeknek nem kell dolgozniuk a megélhetésért, mert ilyen formán nem érdekelné őket a pénz. Szerettem volna azt válaszolni neki, kedves hölgyem, önegyenesen Nui bárkájából jött. Mégis érdekes volt látni a megtestesült Angliát, akiben tovább élnek a régi ideálok. Az uralkodó osztályok, a vezető osztályok, a legfelsőbb osztályok, undorító, és mégis, ha őszinte akarok lenni, volt valami abban, amit mondott. Ugye, az apám is tagja volt a parlamentnek, folytatta Lédi Treszilien. Karavízi képviselője volt 30 évig. Nagyon fárasztónak találta a dolgot, és sokba is került, de úgy érezte, kötelessége mindent megtenni a hazáért. A szemem elkalandozott a pódium felé. Gabriel őr nagy lédi esté. Júval beszélgetett. A lábai határozottan idétlenek voltak. Vajon ő is kötelességének tartja, hogy a parlament tagja legyen? Nagyon kételkedtem benne. Lady Tresszilien követte a pillantásomat, nagyon őszintének tűnik, nem gondolja. Kérdezte. Igen, engem is ezzel fogott megbólogattam. És olyan szépen beszélt a drága csörcséről. Azt hiszem, nem lehet kétséges, hogy az egész ország szilárdan az ő háta mögött áll. Egyetért velem, egyetértettem, vagy legalábbis biztos voltam abban, hogy a konzervatívok visszatérnek a hatalomba, ha nem is kapnak majd sokkal több szavazatot, mint a munkáspárt. Megérkezett Teresa és vele a cserkész fiú, készen arra, hogy hazatolja a székemet. Jól szórakoztál, kérdezte a sógornőmet. Ó, persze. Mi a véleményed a jelöltünkről? Teres a sokáig nem válaszolt. Amikor kiértünk a teremből, azt mondta. Hát, nem is tudom. 28. 5. fejezet. Néhány nappal később ismét találkoztam a jelöltel, aki Kárszlikkel tanácskozott, és az utóbbi áthozta hozzánk egy pohár italra a beszélgetés során felmerült néhány, Teresa egyházzal foglalkozó munkájával kapcsolatos kérdés, és a sógornőm megkárszlék eltávoztak, hogy megtárgyalják a dolgot. Elnézést kértem Gabrieltől, amiért nem tudom kiszolgálni, megmutattam neki, hogy hol állnak az italok és megkértem, töltsön magának. Elég sokat töltött, nekem is hozott egy pohárral, és közben azt kérdezte. Táborús emlék. Nem feleltem. Áheró Ródon szereztem. Az utóbbi időben gyakran kellett ezt válaszolnom, és meglehetősen jól szórakoztam azon, hogy az emberek hogyan reagálták le a kijelentésemet. Gabriel minden esetre élvezte, nem kellene bevallania. Sok előnytől elesik. Csak nem képzelik, hogy ki fogok találni valami mesét a hősiességemről. Azt felelte, erre semmi szükség sem volna csak annyit kellene mondania, Észak-Afrikában voltam, vagy Burmában voltam, vagy említse meg bármelyik helység nevét, ahol csak ugyan megfordult. Bizonyára harcolt a tengeren túl. Bólintottam. Alamein mellett voltam. Na látja. Hát akkor legyen alamein. Nem is kell többet mondania. Ne féljen, senki sem fog kérdezősködni. Mindenki azt fogja hinni, hogy pontosan tudja, mi történhetett. Megérné, kérdeztem. Gabriel elgondolkodott. Á, nőknél biztosan. Imádják a sebesült hősöket. Tudom, mondtam némi keserűséggel a hangomban. Gabriel úgy bólogatott, mint aki mindent ért, persze. Időnként biztosan nyomasztó lehet. Sokan a nő erre felé, és akad köztük anyáskodó is. Felemelte üres poharát és megkérdezte, tölthetek még egyet magamnak. Intettem neki, hogy csak rajta. Tudja, a kastélyban vacsorázom ma este. Az a vén boszorkány akkora felhajtást csap körülöttem. Lehettünk volna Lady esté, jó legjobb barátai is, de azt hiszem, tudta, hogy nem ez a helyzet. És John Gabriel ritkán tévedett. Lady esté, jóra gondol, vagy a többiekre? Kérdeztem hűvösen. Á, az a kövér nem érdekes, azt úgy irányítja az ember, ahogy akarja, és Missis. Bigem Sárter is, hát az egy ló, az ember szinte várja, hogy elnyerítse magát. Ha nem lédi esté, jó, hát az úgy tud nézni, hogy az az érzésed üvegből vagy. Azt aztán nem lehet átverni. Nem mintha megpróbáltam volna. Tette hozzá sietve. Tudja folytatta elgondolkodva, amikor az ember szembe kerül ezekkel az arisztokratákkal, egészen kiesik a szerepéből. Kiába próbál ellenállni nekik, Attól tartok, nem egészen értem, hogy mit akar mondani. Gabriel elmosolyodott, úgy is mondhatnám, hogy én most. Hát, nem a magam térfelé játszom. Vagyis nem ért egyet teljes mértékben a torikkal. Nem, nem erről van szó, hanem arról, hogy nem tartozom közéjük. Ők, ha akarják, hanem a régi iskola hívei persze, manapság nem lehetnek válogatósak, szükségük van az ilyen magamfajtákra. 29 kicsit elhallgatott, majd így folytatta, az én öregem vízvezetékszerelő volt. Nem is valami kiváló. Hirtelen rám nézett és kacsintott. Rávigyorogtam, és abban a percben teljes mértékben a hatása alá kerültem. Hát igen, mondta. Tulajdonképpen a munkáspártban volna a helyem. De ha nem hisz a programjukban. Ó, nekem nincsenek elveim. Számomra ez csupán egy vállalkozás. Valahogy csak meg kell élnem. A háborúnak mindjárt vége lesz, és akkor egyből sokan keresnek majd munkát. Mindig is úgy gondoltam, hogy képes volnék nevet szerezni magamnak a politikában. Most majd kiderül. Szóval azért választotta a Torikat, hogy a kormányzó párttagja legyen. Te jó ég! Kiáltotta, csak nem képzelik, hogy a torik megnyerik a választásokat. Azt válaszoltam, hogy de igen, természetesen az a véleményem, hogy győzni fognak. Ugyan, ez szamárság. A munkáspárt besepri majd az egész országot. Óriási fölénnyel fognak győzni. Hát akkor nem értem, hogy ön miért. Nem folytattam. Hogy miért nem akarok a győztesek soraiban lenni fejezte be helyettem a mondatot Gabriel. Elvigyorodott, édes öregem, hiszen éppen ezért nem vagyok a munkáspárt tagja. Nem akarok a tömeggel együtt menetelni. Nekem az ellenzékiek között van a helyem. Pert végül is milyen emberekből áll a Torik pártja. Ha jól megnézzük őket, csupa korlátolt, cselekvésképtelen arisztokrata és az üzlethez alig konyító üzletember. 60-70 évesek, és nincs átgondolt politikájuk. Reménytelen társaság, bárki, akinek van egy kis tehetsége, karrier csinálhat közöttük. Figyeljen meg! Engem, úgy szállok majd fel a magasba, akár egy rakéta. Feltéve, ha megválasztják, ó, azzal nem lesz semmi baj, igazán úgy gondolja, kíváncsiskodtam, ismét elvigyorodott. Ha csak nem csinálok magamból bolondot, nekem is megvannak a gyenge pontjaim. Eltolta magától a poharat, amelyben még mindig volt egy kis ital. Főleg a nők. Őrizkednem kell a nőktől. Ez persze itt nem lesz nehéz. bár van itt egy jó kis nő lent a faluban. Nem találkozott még vele. Amint rám pillantott, észbe kapott, ja, persze, bocsásson meg. Nehéz lehet tette hozzá őszinte sajnálkozással szánakozása olyan természetes és nyílt volt, hogy a balesetem óta először nem keltett bennem rossz érzéseket. Mondja, Kárszlékkel is így beszél. Kérdeztem. Azzal a szamárral. Tehogy is. Azóta is azon töröm a fejem, miért volt hozzám olyan őszinte mindjárt a megismerkedésünk estéjén. Arra a következtetésre jutottam, hogy bizonyára egyedül érezte magát. Remekül játszotta a szerepét, de alig volt alkalma pihenni a felvonások szünetében. Azt is tudnia kellett, hogy a mozgásképtelen béna embernek végül mindig a hallgató szerepe jut. Nekem is szükségem volt egy kis szórakozásra, és ő szívesen elszórakoztatott azzal, hogy bepillantást engedett nekem élete színfalai mögé. Pellesleg nyílt természetű ember volt. Kíváncsian érdeklődtem, hogyan viselkedett vele szemben Lady Esté. Jó. Csodálatosan felelte. Igen, csodálatosan, csak a fene egye meg a szemeit. Hiszen éppen ez az egyik módja annak, ahogyan a bőröm alá tud bújni. És nincs hova menekülni előle. Mindent tud. Azok a vén satrafák, ha meg akarnak bántani, hát akkor olyat tudnak mondani, hogy elakadt tőle a lélegzeted, de ha nem akarnak durváskodni, akkor semmivel sem tudod rávenni őket. 30. Meglepett ez a kitörés. Nem fogtam fel, hogy csak ugyan mélyen érinteni az, hogy miket mond neki egy olyan öreg hölgy, mint Lady Estée. Jó, akinek a véleménye bizony egy fikarcnyit sem számított, hiszen teljes mértékben a múlthoz tartozott. Mindezt így el is mondtam neki. Gyors pillantást vetett rám a szeme sargából. Ezt ön úgy sem értheti. Mondta. Nem, azt hiszem, csak ugyan nem értem. Egy percig hallgatott, majd nagyon halkan, azt mondta, Lédi esté. Jó szemében én egy senki vagyok. Te kedves barátom, táborodtam fel. Nem rád néznek. Keresztül néznek rajtad, nem számítasz, ott se vagy, számukra nem létezel, az újság újságkihordó vagy, esetleg a halszállító fiú. Egyszerre világossá vált minden, Gabrielben felébredt a múlt, valamilyen sértés, amit a vízvezetékszerelő fiának el kellett szenvednie. Mintha csak a gondolataimban olvasott volna, úgy folytatta: Ó, igen, tisztában vagyok azzal, hogy melyik társadalmi osztályba tartozom gyűlölöm a felsőbb körök asszonyait, mert mindig eszembe juttatják, hogy tehetek bármit, én oda soha be nem kerülök, hogy számukra örökre egy senki maradok. Tudják ők jól, hogy ki vagyok én. Váratlanul belepillanthattam a lelkébe, és megdöbbentem a benne kavargó keserűségtől. Harag volt benne, engesztelhetetlen, nem múló harag. De vajon milyen múltbeli esemény bujkál a tudatalattiában és irányítja a gondolatait? Tudom, hogy nem számítanak folytatta, hogy rég lejárt az idejük. Romos házakban élnek szerte az országban, és a vagyonukból gyakorlatilag semmi sem maradt. Sokan közülük majd, hogy nem éheznek, azt eszik, ami a kertjükben megterem, és maguk végeznek el minden munkát, ami a ház körül adódik. De van bennük valami, ami bennem nincs meg, és soha nem is lesz meg, a felsőbbrendűség tudata vagyok olyan értékes ember, mint ők, némely tekintetben még értékesebb is, de ezt az ő társaságukban sohasem érzem. Váratlanul felnevetett. Ne hallgasson rám, ki kellett engednem a felgyűlt gőzt. Hosszan kibámult az ablakon, ott van az a mézes kalácskastély, benne a három vénkárogó varjú és az a botforma lány, aki olyan fenn hordja az orrát, hogy egy szót sem bír szólni az emberhez. Ilyen lehetett az a lány, aki megérezte a borsószemet a párnákon keresztül is. Elmosolyodtam. Mindig az volt a véleményem, hogy a mese a hercegnőről és a borsószemről alaposan eltúlozza a dolgokat. Gabriel kapott az alkalmon, hercegnő. Igen, úgy viselkedik, akár egy hercegnő. Mint a mesék király kisasszonya, pedig nem az, hanem egy igazi, húsvérleány legalábbis erről árulkodik a szája. Ebben a pillanatban visszajött Teresa és Kárszlék, és nem sokkal később Gabriel eltávozott az utóbbi társaságában. Kár, hogy el kellett mennie, sajnálkozott Teresa. Szívesen beszélgettem volna vele. Azt hiszem, gyakran lesz hozzá szerencsénk vigasztaltam. Teresa rám nézett. Érdekel ez az ember, igaz? kérdezte. Elgondolkodtam. Ez a legelső alkalom, amióta idejöttünk, hogy valami felkeltette az érdeklődésedet örvendezett a sógornőm. Hát, lehet, hogy jobban érdekel a politika, mint gondoltam volna vélekedtem. Szó sincs politikáról. Az ember volt az, aki felkeltette a kíváncsiságodat. Hát, igen, nagyon dinamikus személyiség ismertem el. Kár, hogy olyan csúnya. 31 igen, magam is azt hiszem, hogy csúnya, mondta Teresa elgondolkodva. Ennek ellenére rendkívül vonzó. Teljesen elképedtem. Lenéz így rám, folytatta Teresa. Tényleg vonzó, minden nő ezt mondaná. Nagyon meglepsz, Teresa, mondtam. Eszembe se jutott, hogy volna olyan nő, aki ezt a férfit vonzónak találná. Hát akkor tévedtél, zárta le a vitát a sógornőm. 32. 6. fejezet. Másnap Izabella Sárter is átjött hozzánk egy levéllel, amelyet Lady St. Jókárszlék kapitánynak küldött. Én éppen napoztam. Izabella átadta a levelet, majd a teraszon keresztül odasétált hozzám, és szépen letelepedett egy faragott kőpadra. Ha Lady Tresszilien járt volna el így, már is gyanakodva kerestem volna rajta a szánakozás jeleit, de Isabellának nyilvánvalóan eszébe sem jutott semmi ilyesmi. Kevésbé törődött az állapotommal, mint bárki más, akivel korábban összehozott a sors. Jó darabig egészen csendben ült, aztán egyszer csak megjegyezte, hogy szereti a napfényt. Én is feleltem, de ön egy cseppet sincs lebarnulva. Nem fog a nap, mondta. Toda szép volt a fényben fürdő bőre, akár a fehér magnólia, és milyen büszkén tartotta a fejét. Egyszerre megértettem, hogy miért nevezte őt John Gabriel hercegnőnek. Erről eszembe jutott valami, ugye önöknél vacsorázott tegnap este Gabriel őrnagy. Igen. Ön is ott volt a bemutatkozó gyűlésén. Ott. Nem láttam. A második sorban ültem. Tetszett a gyűlés. Izabella egy percig gondolkodott, végül azt mondta, nem. Akkor miért ment el? Most sem válaszolt azonnal. Pert ez is egyike azoknak a dolgoknak, amelyekkel foglalkoznunk kell. Kíváncsi lettem. Mondja, szeret itt lakni. Boldog, igen. Egyszerre rádöbbentem arra, hogy milyen ritkán kapunk a kérdéseinkre egy szóból álló válaszokat. A legtöbb ember nem elégszik meg ennyivel. Ó, igen, szeretem a tengert, vagy itt születtem, vagy szeretek vidéken élni, vagy imádok itt lagni, ilyes formán válaszolnának. Ez a lány azonban beírta egyetlen, igen, nel, a szót azonban furcsa határozottsággal ejtette ki. Látszott, komolyan gondolja, hogy szilárdan és biztosan hiszi is azt, amit mond. A tekintete közben a kastélyra tapadt, a szája szögletében mosolybújik állt az Akropolis kariatidáira emlékeztetett, a Krisztus előtti 5. században faragott szobrok gyönyörű, nem emberi mosolyára. Tehát Izabella Sárter is boldog volt itt testé. Jóban, a három öreg asszonnyal. Ott ült a napfényben, nézte a kastét és boldog volt. Igen, csak nem tapintható volt számomra az ő nyugodt, magabiztos boldogsága. És akkor hirtelen elfogott a félelem. Féltettem őt. Mindig boldog volt, Isabella. Kérdeztem. Előre tudtam, mit fog válaszolni, és egy kis gondolkodás után valóban úgy válaszolt, amint vártam. Igen. Az iskolában is? Igen. Valahogy nem tudtam őt iskolás lánynak elképzelni. Egy csöppet sem hasonlított az angol bentlakásos iskolákból kikerülő lányokra. Tehát egy iskolában sokféle gyerek összegyűlhet. A teraszon egy barna mókus szaladt át hirtelen megállt, ránk nézett, letottyant a fenekére, pörölt velünk egy kicsit, majd felszaladt a legközelebbi fára. 33 és ekkor váratlanul, ahogy a kaleidoszkóp mintái szoktak, megváltozott körülöttem a világ. Ebben az új világban a létezés volt a legfontosabb, a töprengés, a gondolatok alig számítottak. Volt itt minden, reggel és este, nappal és éjszaka, étel és ital, hideg és meleg, mozgás, Tél és öntudat is persze, amely azonban nem volt nyomasztó. A múkus világa volt ez, a kitartóan felfelé törő fű, az élő és lélegző fák világa. Itt, ebben a környezetben Isabella otthon volt. És furcsa módon én a nyomorék, a béna is megtaláltam benne a helyem. A balesetem óta először nem lázadoztam, eltűnt belőlem a keserűség, az aklatottság, a beteges önemésztés. Nem az a Hewnor Reisz voltam többé, akit a sorserővel megfosztott a céltudatos, aktív férfiléttől, hanem Hewnor Reisz, a béna, aki tudatára ébredt annak, hogy süt a nap, hogy körülötte él és zsibong a világ, hogy ő maga is egyenletes ritmusban lélegzik és éli a végtelen időnek. Ezt a napját, amely csendesen halad a maga útján az este felé. Ez a nyugalom nem tarthatott sokáig, mégis néhány percig érezhettem, hogy én is a nagy egész része vagyok, és megsejtettem valamit abból a világból, amelyhez Izabella mindig is szervesen hozzátartozott. 34. Ketedik fejezet. Egy-két nappal ezután történt, hogy a kikötőben egy gyerek beleesett a tengerbe. A kölykök a rakpart falán kergetőztek és egyikük, amint visítva menekült, megbotlott, és fejjel előre lezuhant a húsz lábnyi mélységbe. Szerencsére dagálykor történt, a víz már mély volt a kikötőben. Gabriel őrnagy, aki véletlenül éppen arra sétálgatott, tétovázás nélkül utána ugrott. A kikötő falán egy pillanat alatt összeverődött vagy 25 ember. Egy halászcsónakba pattant, és elindult a vízben lévők felé, mielőtt azonban odaért volna, még egy ember beugrott a tengerbe, mert kiderült, hogy az őrnagy nem tudott úszni. A dolog végül is szerencsésen végződött, Gabrielt és a gyereket megmentették. Ez utóbbi ugyan eszméletlen volt, de a mesterséges légzés hamar segített rajta. Az anyja hisztérikus zokogással borult az őrnagy nyakába, köszönetet és áldást szórva a fejére. Gabriel igyekezett megnyugtatni az asszonyt és elsietett, hogy átöltözzön és igyon valamit. Később Kárszlék elhozta őt a teára. A legvagányabb dolog, amit valaha láttam. Lelkendezett Teresának. Egy pillanatig sem habozott. Pedig könnyen belefulladhatott volna a tengerbe. Csoda is, hogy nem fulladt bele. Gabriel illő módon szerény maradt, és igyekezett kisebbíteni az érdemeit. Igen, ostoba dolog volt, amit tettem, mondta. Sokkal többet használtam volna, ha segítségért szaladok, vagy csónakba vágom magam. A baj csak az, hogy ilyenkor nem gondolkodik az ember. Ön még sokszor fog gondolkodás nélkül fejest ugrani az elkövetkező időkben, jegyezte meg Teres a szárazon. Gabriel gyors pillantást vetett rá, s amikor a sógornőm összeszedte a teás csészéket, pedig elnézést kért, amiért olyan sok dolga van és elsietett, elgondolkodva azt mondta, vág az esze, igaz? Kinek? Kérdeztem. Isis, Norreisnak, és tudja, hogy mi az igazság. Nem lehet könnyen átejteni. Még azt is hozzátette, hogy a jövőben óvatosabbnak kell lennie hirtelen felén fordult, na, jól csináltam. Fogalmam sincs, mire gondol csodálkoztam. Fát a viselkedésemre, így kellett tennem, nem igaz. Fő a szerénység, még le is szamaraztam önmagamat. Nyájasan mosolygott, majd így folytatta, ugye nem neheztel rám, amiért ilyesmiket kérdezek öntől, de rettenetesen nehezen mérem fel, hogy csak ugyan jó hatást érek -e el azzal, amit teszek. Miért kell folyton azt mérlegelnie, hogy milyen hatással bír az emberekre? Miért nem próbál meg természetesen viselkedni? Gabriel eltűnődött, majd azt válaszolta, hogy ezt alig ha tehetné meg. Mit szólt volna hozzá, ha bejövök, és örömömben a kezemet dörzsölgetve azon lelkendezem, hogy micsoda isteni szerencseért? Valóban annak tartja, isteni szerencsének. Édes öregem, hiszen már napok óta kerestem egy ilyen alkalmat. Folyton azt lestem, hogy találok egy megbokrosodott lovat, egy égő házat, egy kerék alá került gyereket. A gyerekek a legjobbak, azokért tudnak csak igazán sírni. Aki az újságban arról a sok szerencsétlenségről olvas, azt hiheti, hogy könnyű valami ilyesmire ráakadni. Nekem azonban nem volt az, lehet, hogy nem volt szerencsém, de az is lehet, hogy a gyerekek itt testé. Jóban átkozott túl óvatos kis vademberkék. Remélem, nem adott egy silinget annak a kölyöknek, hogy rábírja a mutatványra jegyeztem meg. 35. Todálkozásomra halálosan komolyan vette a kérdésemet és kijelentette, szó sincs róla, a dolog egészen magától történt úgy, ahogyan történt. Különben sem kockáztatnék ilyesmit. A gyerek minden bizonyjal elkotyogná az anyjának, és akkor hova jutnék. Kitört belőlem a nevetés. Mondja, igaz, hogy nem tud úszni. Kérdeztem. Te, úgy körülbelül három tempó erejéig. Hiszen akkor rettenetesen nagyot kockáztatott. Minden esélye meg volt arra, hogy belefulladjon a vízbe. Hát, igen, előfordulhatott volna. Te figyeljen ide, Norreiz, ennek így kellett lennie. Az ember nem tetszelekhet a hősiesség pózában anélkül, hogy ne állna készen arra, hogy ha kell, többé-kevésbé bátran tudjon viselkedni. Aztán meg volt ott elég ember. Igaz, hogy senki sem igyekezett összevizezni a ruháját, de tudtam, hogy csak akad majd közöttük egy, aki elszánja magát, ha nem értem, hát akkor a gyerekért. Meg ott voltak a csónakok is, az a fickó, aki utánunk ugrott, elkapta a gyereket, a csónakos pasi pedig éppen idejében érkezett ahhoz, hogy kihúzzon, mielőtt végképp alámerültem volna. Mesterséges légzéssel egyébként is életre lehet kelteni a félholtat is. Ismét megjelent az arcán a mosoly, amelyel mindenkit le tudott venni a lábáról. Átkozott baromság ez az egész, igaz? Úgy értem, az emberek rettenetesen nagy szamarak tudnak lenni. Sokkal több dicséretet fogok kapni így, holott lényegében semmit sem tettem, mintha a régi, jól bevált módszerekkel csak ugyan megmentettem volna azt a kis krapekot. Mindenfelé arról beszélnek, hogy micsoda vagányságot műveltem, pedig ha volna egy cseppeszük, azt mondanák, hogy emeletes marha vagyok, és igazuk is lenne. Az a fickó, aki utánunk ugrott és megmentett mindkettőnket, fele annyira sem érdekli az embereket, pedig elsőrangú úszó, és még az öltönyét is tönkretette szegény ördög. Nem is lehetett könnyű dolga velünk, mert a kölyök is meg én is össze-vissza kapálóztunk. Csak hogy erre nem gondol senki, legfeljebb az önsúgornője, meg még egy néhányan. És jó is, hogy ilyen kevesen vannak, mert amikor eljön a választások ideje akkor a jelöltnek a legkevésbé sincs szüksége olyan emberekre, akik végig szokták gondolni a dolgokat, mert valóban használni tudják a fejüket. Mondja, nem érzett semmi félelmet, mielőtt beugrott volna. Nem szorult össze a gyomra. Kérdeztem. Erre nem volt időm. Különben is írtó boldog voltam, hogy a sors tárcán kínálta azt, amire vágytam. Még mindig nem látom világosan, miért olyan biztosabban, hogy szüksége van ezekre a látványosságokra. Egyszerre megváltozott az arca, komor lett és határozott. Hát nem érti, hogy nekem ez az egyetlen jó tulajdonságom van. A külsőmről nem érdemes beszélni. Nem vagyok valami jeles szónok. Nem áll a hátam mögött egy nagy nevű család. Nincsenek összeköttetéseim és alig van valami pénzem. Egyetlen tehetséget kaptam a sorstól, a fizikai bátorságot. A térdemre tette a kezét, és úgy folytatta, gondolja, hogy ha nem volnék háborús hős, lehetnék a konzervatív párt jelöltje. Te kedves barátom, hát nem elég önnek az a háborús kitüntetés. Nem ért a lélektanhoz, Norrejz. Egy ilyen apró vakmerőség, mint ez a ma reggeli, többet nyomalatban, mint egy Dél-Olaszországban szerzett kitüntetés. Olaszország messze van. Senki sem látta, hogy miért kaptam azt a medált, és sajnos nem magyarázhatom el nekik. Pedig, hely, de meg tudnám magyarázni. Csak jönnének velem, és mire az út végére érnénk, valamennyien kiérdemelnék a kitüntetést. Tehát ennek az országnak a hagyományai nem engedik meg a hősködést. Nem. Meg kell maradnom szerénynek, és azt kell mutyognom, hogy ugyan, Semmiség volt, akármelyik fiú ugyanígy megtette volna, mint én. Ami persze hülyeség, mert nagyon kevésnek sikerült volna az, ami nekem. Az egész ezredből mondjuk 36 fél tucatnak, többnek semmi esetre sem, mert jó ítélő képesség kell hozzá, kiszámítottság, hidegvér, no meg az is, hogy az ember valahol még élvezni is tudja a veszélyt néhány percig hallgatott, majd hozzátette, azért álltam be a hadseregbe, hogy megkapjam azt a kitüntetést. No de kedves Gabriel! Felém fordult és elszánt, csúnya kis arcában csak úgy ragyogtak a szemei. Ka azt akarja mondani, hogy senki sem tudhatja előre, hogy ez sikerül-e neki vagy sem, akkor teljes mértékben igaza van ehhez szerencse is kell. Én azonban tudtam, hogy meg fogom próbálni, és amikor ott volt rá a nagy alkalom, akkor nem is hagytam ki. A hétköznapi életben a hősiesség a legutolsó dolog, amire az embernek szüksége lehet, csak nagy néha kerül rá sor, de az is lehet, hogy soha. A háború azonban egészen más dolog. Ott a bátor ember elemében lehet. Nem dicsekvésből mondom, mert szerintem az egész attól függ, hogy milyen idegekkel, vagy mirigyekkel, vagy tudom is én mivel jövünk a világra. Annyi az egész, hogy az ember egyszerűen nem fél a haláltól. Ezzel óriási előnyre tesz a többiekkel szemben. Persze, azt nem tudhattam előre, hogy éppen nekem lesz-e alkalmam megmutatni, hogy ki vagyok. Előfordulhat, hogy valaki tisztességesen végigharcolja a háborút, és semmit sem kap érte. Aki pedig rosszkor hősködik, az könnyen otthagyhatja a fogát, és még csak meg se köszönik neki, hogy kockára tette az életét. Hát igen, a legtöbb háborús kitüntetést posztmortem adják mormogtam. Úgy ám, folytatta Gabriel, magam is csak nem így jártam valahányszor csak eszembe jut, hogyan röpködtek a golyók a fejem körül, mindig csodálkozom azon, hogy itt vagyok. Négyszer is megsebesültem, de egyszer sem halálosan. Különös, nem de. Sose fogom elfelejteni azt a kint, amit akkor éreztem, amikor a törött lábamon kellett elvonszolnom magam, a vállamból ömlött a vér, és még a bajtársam, James Spite is húzott, aki közben szünet nélkül káromkodott. Egy pillanatig elhallgatott, majd felsóhajtott, boldog idők mondta, és töltött magának egy pohár italt. Hálával tartozom önnek azért, hogy megingatottabb beli hitemben, hogy minden bátor ember szerény mondtam. Cégyen, gyalázat, háborgott Gabriel. Az üzletembernek szabad eldicsekednie azzal, hogy micsoda üzletet kötött, a festő örülhet annak, ha szép képet tud festeni. És aki megnyeri a golfmeccset, arról már másnap mindenki tud. De a háborús hősnek még ennyi sem jár. Megrázta a fejét. Ezért van szükség valakire, aki megfújja helyettük a harszonát. Párszlék nem a legalkalmasabb személy az ilyesmire, túlságosan istori. Csak annyit tudnak, hogy az ellenjelöltet ócsárolni kell a helyet, hogy a magukét dicsérnék. Egy kicsit megint elgondolkodott, majd folytatta, meghívtam a volt dendár parancsnokomat a jövő hétre, és remélem, hogy elejt majd egy-két csendes szót arról, micsoda egy vitézlegény voltam én, de persze nyíltan nem kérhetem meg erre. Furcsa, mi? Ka a volt bajtársa tudja a dolgát erről a mai esetről akár meg is feledkezhetnek az emberek. Nono, csak ne becsülje alá azt, ami ma történt. Intett Gabriel majd meglátja, hogy éppen ez fogja eszükbe juttatni a háborús hőstetteimet is. Az Isten áldja meg azt a gyereket. Holnap viszek neki egy babát, vagy valami más apróságot. Ez még reklámnak is jó lesz. Engedje meg, hogy megkérdezzem, csak úgy kíváncsiságból, ha senki sem lett volna ott, hogy lássa önt, akkor is utána ugrott volna annak a kislánynak. Ugyan mi értelme lett volna? mind a ketten belefulladtunk volna a tengerbe, és erről csak akkor értesült volna a világ, amikor a hullánkat kivetette a víz. Tehát szépen hazasétált volna, sorsára hagyva a gyereket. 37. Nem, dehogy is. Minek néz engem? Bennem is van emberséges érzés. Őrült gyorsasággal lerohantam volna a lépcsőkön, csónakba ugrottam volna és teljes erőmből levezni kezdtem volna, hogy minél hamarabb odaérjek. Egy kis szerencsével ki is haláztam volna a gyereket. Aki ugyanúgy túlélte volna a dolgot. Igen, bizonyosan mindent megtettem volna érte. Szeretem a gyerekeket. Elhallgatott, majd megkérdezte, gondolja, hogy a kereskedelmi kamara juttat majd nekem néhány plusz jegyet, hogy új öltönyt vásárolhassak. Nem hiszem, hogy az előbbit még felvehetem valaha. Ezek a háborús szövetek nagyon gyatrák. Ezzel a gyakorlatias megjegyzéssel ért véget az napi beszélgetésünk. Sokat törtem a fejem Gabrielen, mégsem bírtam eldönteni, hogy kedveleme vagy sem. Viszajogtam nagy szájú opportunizmusától, de vonzott az őszintesége, és hamarosan alkalmam nyílt el ismerni, mennyire helyesen ítélte meg azt, milyen hatással lesz a közvéleményre a hősiessége. Elsőnek Lady Tressillian osztotta meg velem a lelkesedését. A hölgy néhány könyvet hozott nekem, és el volt ragadtatva. Tudja, én mindig is nagyon helyes embernek tartottam, Gabriel őrnagyot mondta elfúló hangon, de ez a mai eset is azt bizonyítja, hogy van benne valami különleges, nem igaz. Ilyen értelemben érdeklődtem. Te hiszen úgy ugrott az után a gyerek után, hogy nem is mérlegelte, mibe kerülhet ez neki, aki még úszni sem tud. Nem is volt valami okos gondolata részéről. Soha nem lett volna képes megmenteni a kislányt. Persze, de ezen nem is gondolkodott. Éppen ezt csodálom benne, ezt az elszántságot, a mérlegelésnek ezt a teljes hiányát felvilágosíthattam volna arról, hogy Gabriel tette mögött éppen elég számítás volt, de természetesen hallgattam. Védi Tresszilien tovább csacsogott, miközben tepsiképe kipirult, akár egy csitrilányé. Úgy csodálom a valódi bátor férfit. Egy null Gabriel javára gondoltam. Isis, Kárszlék macska szemű, érzelgős asszony, akit egy cseppet sem kedveltem, szintén teljesen elolvadt az esettől. Ez a legcsodálatosabb dolog, amiről valaha is hallottam ömlenget. Tudja, már eddig is mondogattam, hogy Gabriel őr nagy hihetetlen bátorságról tett tanúbizonyságot a háború alatt. Egyszerűen nem ismerte a félelmet. Az emberei valósággal imádták. Hosszú listát lehetne összeállítani a hőstetteiből. Tütörtökön megérkezik a volt dendár parancsnoka, és majd mindent kiszedek belőle. Az őrnagy persze haragudni fog majd rám, de nem bánom, mert véleményem szerint túlzottan szerény, nincs igazam. Hát, legalábbis azt a benyomást kelti feleltem. Isis, Kárszlék nem vette észre szavaimban az enyhe gújt, és tovább fecseget, igazán azt hiszem, hogy ezeknek a mi csodálatos katonáinknak nem volna szabad véka alá rejteniük a hősiességüket. Mindenkinek tudnia kellene arról, hogyan harcoltak de a férfiak olyan hallgatagok. A nők dolga volna beszélni ezekről a dolgokról. Bezzeg az. Ellenfelünk, az a Wilbraham ki mozdult az irodájából az egész háború alatt. Gondolom, Gabriel egyetértett volna a hölgyel, én azonban, mint mondtam, nem kedveltem őt, mert igaz, hogy nyakló nélkül dicsérte a hősöket, de apró, sötét szemei hidegen és gonoszul fénylettek. Ilyen kár mondta hirtelen, hogy Mr. Norreys kommunista. 38. Minden családban van egy fekete bárány, feleltem kelletlenül. Témes elképzeléseik vannak. A magántulajdon támadják. Éppenséggel mást is. A francia ellenállásnak gyakorlatilag ők voltak a véghez vivői figyelmeztettem. Mrs. parsley nem volt ínyére, amit mondtam, visszavonult. Később benézett hozzánk, Missis. Bigem Sárter is, is, aki néhány körlevélért jött, és közben megosztotta velünk az érzelmeit. Biztos, hogy van benne jóféle vér is jelentette ki. Úgy gondolja. Biztos vagyok benne. Az apja vízvezetékszerelő volt gonoszkodtam. Missis, Bigem Sárter is azonban nem lepődött meg. Igen, gondoltam, hogy valami ilyesféle foglalkozása lehetett de az biztos, hogy előkelő ősei is voltak. Lehet, hogy nagyon régen. Kicsit gondolkodott, majd folytatta. Többször kellene meghívnunk őt a kastélyba. Majd beszélek Adelaiddel. Sajnos ő néha olyan furcsán tud viselkedni. Az emberek kényelmetlenül érzik magukat a társaságában. Gabriel őrnagy sem tudott igazán feloldódni a jelenlétében, pedig én személy szerint nagyon jól kijövök vele. Igen nagy népszerűségre tetszert a környéken bólogattam. Úgy van, nagyon megfelelőnek látszik. Jó választás volt. A pártnak nagy szüksége van egy kis friss vérre. Ismét elhallgatott, majd elgondolkodva folytatta, egy újabb disra lehetne belőle. Gondolja. feljuthat a csúcsra véltem iszisz. Sárter is. Tele van életerővel. Véd jó véleményét pedig Teresa tolmácsolta nekem, aki látogatóban volt a kastélyban, H.M. Fogadjunk, hogy félszemmel a közönségre pislogott közben. Meg tudtam érteni Gabrielt, amiért vén boszorkánynak tartott a Lady Esté. Lút. 39.8. fejezet. Az idő továbbra is szép maradt, így a nap nagy részét a verőfényes teraszon töltöttem. A terasz előtt rózsák illatoztak, és az egyik oldalán egy nagyon öreg tiszafa bólogatott. Arról a helyről, ahova a székemet gurították, jól láthattam a tengert, a esté. Jó és Isabellát is, amint a mezőn át közeledett, valahányszor csak ellátogatott hozzánk, a Polnörsz házba. Csak nem minden nap eljött, néha a kutyájával együtt, máskor csak. Úgy magában. Megérkezett, rám mosolygott, jó reggelt kívánt, aztán letelepedett a székem közelében egy nagy, faragott kőpadra. Furcsa egy barátság volt köztünk, de mégiscsak barátság volt. Isabellát nem a nyomorék ember iránti szánalom és kedveskedés vonzotta hozzám, hanem valami más, valami, ami legalábbis az én szempontomból sokkal előnyösebb volt. Megkedvelt és szeretett ott üldögélni mellettem a kertipadon. Olyan természetesen, olyan önkéntelen kedvességgel ücsörgött ott, akár egy kis állat. Ha megszólaltunk arról beszélgettünk, amit magunk körül láttunk, egy furcsa alakú felhőről, a tengervízén tükröződő fényről, egy ugrándozó kis madárról. Éppen egy madár volt az, ami megmutatta nekem Izabella jellemének egy újabb oldalát is. A madár halott volt. Peki csapódott a nappali szoba bezárt ablakának, és most ott feküdt az ablak alatt, a teraszon, csukott szemmel, felfelemeredő lábakkal. Izabella vette észre, és a hangjában annyi rémület volt, hogy egészen elképettem. Nézze, suttogta nézze, egy halott madár, páni félelem tükröződött az arcán. Kutatva néztem rá, leginkább egy ilyet lóhoz hasonlított, ajkai szétnyíltak, áll a remeget. Üntesse el, onnan ajánlottam neki. Kevesen megrázta a fejét, nem bírok hozzányúlni. Nem szereti megfogni a madarakat. Érdeklődtem. Tudtam, hogy van olyan ember, aki írtózik a madaraktól. Semmit sem bírok megfogni, ami halott válaszolta. Rámeredtem. Félek a haláltól. Rettenetesen félek. Nem bírom elviselni a látványát azt hiszem azért, mert mindig eszembe juttatja, hogy egyszer nekem is meg kell majd halnom. Egy halállal valamennyien tartozunk, jegyeztem meg. Miközben ezt mondtam, arra a valamire gondoltam, amit olyan biztonságos közelségben tartottam a takaróm alatt. És ön nem találja ezt rettenetesnek. Nem rémül meg arra a gondolatra, hogy a halálot ott vár ránk az időben és mi minden nappal közelebb kerülünk hozzá. És egyszer majd ott állunk előtte, és vége az életünknek. Izabella görcsösen a mellére szorította gyönyörű kezeit, amelyek máskor olyan nyugodtan feküdtek az ölében. Ön nagyon furcsa lány, Izabella mondtam. Sose hittem volna, hogy mint öri a fejét. Még szerencse, hogy lány vagyok, és nem fiú feleltek eserűen. Elvittek volna katonának, és én biztosan szégyent hoztam volna a hazámra. Megfutamodtam volna elgondolkodott, majd így fejezte be, igen, rettenetes érzés gyávának lenni. Elnevettem magam. Ugyan, nem hiszem, hogy gyáván viselkedett volna, ha a sors mást kíván öntől. A legtöbb ember tart attól, hogy félénknek nézzék. Ön is félt. Kíváncsiskodott Izabella. Istenem, de hányszor? Negyven. De amikor kellett, azért tudott bátor lenni, igaz? Gondolatban visszamentem a múltba. Sötét volt, és mi feszülten várakoztunk. Vártuk a támadásra utasító parancsot. Egyszerre csak újra éreztem a gyomromban a szorítást. Hát, nem nevezném éppen bátorságnak azt az érzést, mondtam. Nem volt jó érzés, de kibírtam úgy, ahogyan más is kibírta. Tudja, egy idő után az ember elhiteti magával, hogy nem ő lesz az, akit eltalál a golyó. Gondolja, hogy Gabriel őrnagy is így érzett. Dojál is maradtam Gabrielhez, nem azt hiszem, az őrnagy azon ritka és szerencsés emberek közé tartozik, akik egyszerűen nem ismerik a félelmet. Én is azt hiszem, suttogta Isabella, és egyszerre megváltozott az arca. Megkérdeztem, hogy mindig ennyire félte a haláltól, vagy valamilyen rossz élmény hatására írtózik tőle. Megrázta a fejét. Nem hiszem, persze, az apámat megölték, még mielőtt megszülettem volna. Lehet, hogy ez is közrejátszott abban, hogy ilyen lettem. Bizonyosan vélekedtem. Igen, egészen biztosan. Isabella összeráncolta a szemöldökét. Gondolatai a múltba szálltak. Amikor öt éves voltam, elpusztult a kanárim. Este még nem volt semmi baja, és reggel úgy feküdt a kalitkája padlóján felfelé meredő lábakkal, mint az a madárot. Á, kezembe vettem, amikor ezt mondta, megborzongott, és hideg volt láthatóan nehezére esett folytatni, akkor már nem volt több, mint egy élettelen tárgy, valójában nem is létezett, nem látott, nem hallott, nem érzett. Hirtelen szenvedélyesen felkiáltott, nem találja borzasztónak, hogy meg kell halnunk. Nem tudom, mit kellett volna válaszolnom neki, de akkor nem is gondolkodtam rajta, csak kimondtam azt, amit igaznak éreztem az én igazamnak, van, amikor az ember alig várja, hogy meghalljon. Nagyra nyílt, csodálkozó szemekkel nézett rám, nem értem, mit akar mondani. Nem érti, kérdeztem keserűen, nyissa ki a szemét, Isabella. Itt gondol, mennyit ér az élet annak, akit reggelenként úgy mosdatnak, öltöztetnek, akár egy csecsemőt, és egész nap csak tesznek-vesznek, mint egy szenes zsákot. Olyan vagyok, akár egy élettelen hajóroncs, itt ülök egész állónap, és nincs semmi dolgom, nem várok semmit, és nem reménykedek semmiben. Ha egy törött szék vagy asztal volnék, a szemétre hajítanának, de ember vagyok, ezért illő módon felöltöztetnek, pokróccal takarják be a lábaimat, és kitesznek ide napozni. Izabella kitágult szemeiben zavar és értetlenség tükröződött. Úgy éreztem, hogy most először nézett meg engem Isten igazában, mintha korábban mindig keresztül nézett volna rajtam. De most aztán rám a tekintete és mégis nyilvánvaló volt, hogy a puszta. Fizikai tényeken kívül semmit sem bír felfogni abból, amit mondtam. De azért mégis, mégis csak itt ülhet a napfényben. És él, hiszen könnyen meg is halhatott volna. Nagyon könnyen mondja, csak ugyan nem érti, hogy én tényleg jobban szeretném, ha az Isten magához vett volna. Nem, nem értette. Számára idegen nyelven beszéltem. Félénkem megkérdezte. Gyakran vannak fájdalmai. Azért mondja, hogy elég sokat szenvedek, de nem erről van szó. Isabella, hát hogy nem bírja megérteni azt, hogy nekem nincs miért élnem, hogy semmi értelme az életemnek. Te, tudom, hogy buta vagyok. De tényleg annyira fontos az, hogy az ember valamiért éljen. Nem lehet egyszerűen csak élni. 41. Elakadt a lélegzetem ekkora egyszerűségtől. És ekkor talán a kezem rándult meg anélkül, hogy akartam volna a takarómalól kihullott egy kis gyógyszeres doboz, amelyen az aspirin felirat díszelget, leesett, végiggurult a teraszon, miközben levált róla a fedele, és a tartalma szétszóródott a fűben. Kisztérikus, természetellenes hangon felvisítottam, ne hagyja. Szedje fel őket, találja meg őket, elvesznek. Izabella felugrott és gyors, ügyes mozdulatokkal elkezdte összekapkodni a pasztillákat. Megfordultam és láttam, hogy a sógornő éppen felénk tart. Csak nem elsírtam magam. Teresa jön, csuttogtam elfúló hangon és ekkor Izabella valami olyasmit tett, amire álmomban sem tartottam volna képesnek, gyorsan, de nem kapkodva leoldott a nyakáról a nyári ruhájához viselt színes sejem sálat, elengedte, és a sál, amint lebegve földet ért, betakarta a kis, fehér pirulákat, miközben a lány csendes, társasági stílusban azt mondta, tudja, minden másképpen lesz majd, ha Rupert hazajön. Aki hallotta, megesküdött volna, hogy éppen egy beszélgetés közepén tartottunk. Teresa odajött hozzánk és megkérdezte, mit szólnátok egy pohár italhoz. Azt mondtam, hogy én valami többre vágynék, és Teresa visszafordult, de útközben lehajolt, hogy felszedje a földről a sálat. Kérem hagyja ott, Mrs. Norreiz mondta Izabella kedvesen, olyan szépen mutatnak a színei a zöld füvön. Teresa elmosolyodott, és bement a házba. Nem bírtam levenni a szemem is a Belláról. Édes kislányom, csuttogtam. Miért csinálta? A lány szégyenlősen mosolygott, arra gondoltam, hogy... Hogy biztosan nem akarja, hogy Missis. Norreiz meglássa őket. Jól gondolta feleltem komoran. Amikor a balesetem után ráébredtem arra, hogy mi történt velem, azonnal megszületett bennem az elhatározás. Pontosan tudtam, hogy maga tehetetlen, másokra szoruló ember lett belőlem, és feltétlenül biztosítani akartam a magam számára a menekülést, ha az állapotom elviselhetetlenné válna. Amíg injekcióban kaptam a morfiumot, nem tehettem semmit. Később azonban csak altatókat és tablettás fájdalomcsillapítókat szedtem, és akkor úgy éreztem, elérkezett az én időm. Ekkor már rábört és teres a házában laktam, és nem voltam szoros orvosi felügyelet alatt. Az altató szekonal vagy talán amitart nélkül nem bírtam élni, de azért néhány darabot maradt a kezem ügyében arra az esetre, ha mégis szükségem lenne rájuk. Szépen, lassan, jókora mennyiséget összegyűjtöttem belőlük, mert folyton panaszkodtam, hogy nem tudok aludni, így az orvoskéntelem volt újabb és újabb adagot felírni. Hosszú éjszakákat töltöttem ébren, fájdalomtól elkínzottan, de erőt merítettem annak tudatából, hogy mind szélesebbre és szélesebbre tárul előttem a kapu, amelyen át elmenekülhetek, ha akarok. Abban az időben, amikor is a bellával összebarátkoztam, már több is volt a kelleténél a fehér pasztillákból, de nem éreztem sürgősnek a felhasználásukat elhatároztam, hogy még várok egy kicsit, de eszem ágában sem volt örökké így élni. Ezért estem annyira kétségbe, amikor úgy látszott, hogy minden reményem szerte foszlik, és szépen kidolgozott tervem csődött mond. De Izabella gyors esze megmentette a helyzetet. Miután Teresa eltávozott, a lány felszedegette a tablettákat, és a dobozt visszaadta nekem. Megkönnyebbültem felsóhajtottam. Köszönöm, Izabella mondtam melegen. A lány sem kíváncsiságot, sem aggodalmat nem mutatott. Érzékeny volt, ráérzett a kétségbeesésemre, és segíteni akart rajtam. Gondolatban bocsánatot kértem. Tőle azért, amiért Tompa agyúnak hittem. Erről szó sem volt. De mi járhatott a fejében? Hiszen rá kellett jönnie arra, hogy a gyógyszer nem egyszerű aspirin volt. Hiába néztem kutatva a vonásait, nem árulkodtak a gondolatairól. Micsoda rejtélyes jellem. 42 hirtelen felébredt bennem a kíváncsiság. Isabella az előbb egy nevet említett. Ki az a Rupert? Rupert az unokatestvérem. Vagyis Lord Esté. Jó, igaz, igen. Lehet, hogy hamarosan itt lesz. A háború alatt főleg Burmában volt. Rövid ideig elhallgatott, majd így folytatta, de lehet, hogy most hazajön, és itt is marad. Hiszen tudja, a kastély az övé, mi csak béreljük. Csak azért kérdeztem, mert olyan váratlanul mondta ki a nevét. Hát, mondanom kellett valamit, hogy úgy tűnjön, mintha beszélgetnénk. Elgondolkodva nézett maga elé. Mégis azt hiszem, hogy azért beszéltem éppen róla. Mert mindig ő jár az eszemben. 43.9. fejezet. Mindez ideig lordesté. Jó, a kastélytávol lévő úra csak egy név volt számomra, mostantól kezdve azonban élő személyé változott, és eltűnődtem azon, hogy milyen is lehet. Aznap délután meglátogatott Lady Tressilien, aki ellátott olyan könyvekkel, amelyek bizonyára érdekelni fogják, és amelyekről egyetlen pillantással megállapíthattam, hogy minden bizonyjal nem fognak érdekelni. Pokos értekezéseket tartalmaztak arról, hogy szebbé és jobbá lehet tenni a világot azáltal, hogy szépen csendben maradunk, és nemes dolgokról gondolkodunk. Véditressziliánban túltengtek az anyai ösztönök, ezért folyton hozott nekem valamit. Minden áron rá akart venni arra, hogy könyveket írjak, és ellátott a megfelelő útmutatásokkal, olyan írásokkal például, mint a 24 lett arról, hogyan válhatunk íróvá meg hasonlókkal. A széplelkeknek abból a fajtájából való volt, akik képtelenek békén hagyni a szenvedőket. Nem mondom, hogy nem kedveltem, de igyekeztem elhárítani a gondoskodását. Teres a néha segítségemre volt ebben, de jó néhányszor csak mosolygott, és sorsomra hagyott. Amikor ezért később szemrehányást tettem neki, azt mondta: Nem árt, ha néha napján egy kicsit mérgelődöm. Azon a bizonyos délutánon Teresát elszólította otthonról a politika, így számomra nem volt menekvés. Tédit Tresszilien megérkezett, letelepedett, megérdeklődte, hogy hogy érzem magam és közölte velem, hogy sokkal jobban nézek ki, mint amikor a legutóbbi itt járt. Megköszöntem neki a könyveket, biztosítottam a felől, hogy nagyon érdekesek voltak, majd rátértünk az éppen aktuális témákra, amelyek csak nem kizárólag a politikával álltak kapcsolatban. Elmesélte, hogy a gyűlések igen jól sikerültek, és. Gabriel remekül kivédte az ellene irányuló támadásokat. Elmondta, mi az, amit az ország népe valójában akar, hogy milyen rémes volna, ha mindent államosítanának, hogy mennyire lelkiismeretlen az ellenpárt jelöltje, és hogy mi a farmerek véleménye a te értékesítő szövetkezetről. Egész beszélgetésünk hűmása volt annak, amelyet három nappal korábban folytattunk. Amikor már minden témát kimerítettünk, Lady Tressilien felsóhajtott és közölte, hogy csodálatos volna, ha Rupert minél hamarabb megérkezne. Van rá esély? Kérdeztem. Igen. Tudja, Burmában megsebesült. Igazán komisság, hogy az újságok alig írnak valamit a 14. testről. Rupert sokáig kórházban volt és most úgy néz ki, hogy hosszú ideig szabadságon lesz és itt sok tennivaló várja. Mi tényleg igyekeztünk megtenni mindent, ami csak tőlünk telt, de hát az évek nem múltak el nyomtalanul. Lassanként megértettem, hogy tekintettel a növekvő adókra meg egyéb nehézségekre, Lord Esté. Jónak minden bizonyjal meg kell majd válnia a földjei egy részétől a tengerparton nagyon jó ára van a telkeknek, de rémes elgondolni, hogy oda is olyan ronda házakat fognak építeni, mint a telepre szomorkodott Lady Tresszilien. Egyetértettem vele abban, hogy azok, akik az East Cliff negyedet felépítették, nem sok művészi érzékkel voltak megáldva. A a hetedik lord esté. Jó adományozta azt a területet a városnak. Ő persze a város lakóira gondolt de elmulasztotta ezt írásba foglalni, a városi tanács pedig fogta magát, felparcellázta a területet, és jó pénzért kiárusította. Szerintem nem járt el becsületesen, mert a sógorom bizonyosan nem ezt akarta. Dordesté, jó itt szándékszik lakni? Kérdeztem. Nem tudom sóhajtott a Lady Tressilian. Még semmi sem dőlt el véglegesen. De remélem, igen, nagyon remélem, hogy így lesz elhallgatott, majd néhány pillanat múlva folytatta, 16 éves korától nem láttuk. Akkoriban Etonben járt iskolába, és mindig nálunk töltötte a vakációkat. De az édesanyja, az a bűbályos asszony, új-zélandi lány volt, és amikor 44. Megözve gyűlt, hazament a rokonaihoz, és magával vitte a fiát is. Ezért persze nem is lehet hibáztatni, ám bár én mindig nagyon sajnáltam, hogy a gyerek nem a saját birtokán nőtt fel, mert félek, hogy amikor hazajön, sok mindent nem fog majd érteni. Olyan nagyon megváltozott a világ az utóbbi években. Kedves holdvilágképe egészen elbánatosodott. Hát, mi igazán mindent megtettünk, amit csak lehetett. De a halál könyörtelen. Isabella édesapja meghalt az első háborúban, és a kastét bérbe kellett adni. Pedi, mú meg én összeálltunk, és hárman együtt kibéreltük. Ez sokkal jobb megoldás volt, mintha idegeneknek adták volna ki, hiszen Isabellának ez volt az otthona. Bizalmasan hozzám hajolt, és a vonásai egészen ellágyultak. Tudom, hogy szentimentális öregasszony vagyok, de mindig is reméltem, hogy Isabella és Rupert, Szóval, azt hiszem, az lenne a legjobb megoldás, ha ők ketten. Kicsit várt, de mivel nem mondtam semmit, folytatta, Rupert olyan jóképű fiú, annyira szeret minket, és Isabella ért különösképpen mindig oda volt. Ő akkor még csak 11 éves kislány volt, és minden üvé követte Rupertet, úgy szerette. Pedig meg én gyakran összenéztünk és azt mondtuk, ó, bárcsak, Mó persze egyre csak azt hangoztatta, hogy első unokatestvérek között nem vezet jóra az ilyesmi, de mú mindig ilyesmikkel van elfoglalva. Nagyon sok unokatestvérházasságról házasságról tudok, és remekül beváltak. Ráadásul nem is vagyunk római katolikusok, hogy diszpenzációra volna szükségük. Ismét elhallgatott, maga elé merett, és az arcára lassanként kiült az a kifejezés, ami annyira jellemző a fiatalokat összeboronálni készülő asszonyokra. Rupert sohasem feledkezett meg Izabella születésnapjáról. Ön is úgy gondolja, nem de, hogy ez igazán megható. És Izabella olyan drága gyermek, és annyira szereti az otthonát. A tekintete az ablakon keresztül a esté. Jó kastét kereste. Ó, ha itt maradnának, ketten, együtt. Suttogta, és a szeme megtelt könnyel. Aznap este közöltem Teresával, hogy ez a hely egyre meseszerűbbé válik. Bármelyik pillanatban megérkezhet a herceg, hogy feleségül vegye a királylányt. Hol élünk mi? Egy grimmesében, mesében. Amikor másnap reggel Izabella letelepedett mellém a kőpadra, kérlelni kezdtem, meséljen nekem Rupertról. Nem hiszem, hogy sokat mondhatnék róla felelte. Azt mondta, hogy mindig ő jár az eszében, igaz? Izabella elgondolkodott. Nem arról van szó, hogy folyton rajta törném a fejem, mondta végül. Rupert egyszerűen itt él bennem. Talán azért, mert azt hiszem, egy napon majd a felesége leszek. Nem válaszoltam, és Isabella ettől zavarba jött. Gondolja, hogy butaságokat beszélek. Hiszen igaz, hogy amikor utoljára találkoztunk, Rupert 16 éves volt, én pedig csak 11. De amikor elváltunk, azt ígérte, hogy majd visszajön és feleségül vesz. És én hittem neki, és most is hiszek. Lord és Lady Esté. Jó összeházasodtak, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak a tengerpartján, a esté. Jó kastélyban tréfálkoztam. Nem hiszi, hogy így fog történni. Kérdezte Isabella komolyan, és úgy nézett rám, mintha a válaszomtól függne, hogy a dologból lesze valami, vagy sem. Nagyot sóhajtottam. De igen, Isabella, hajlok rá, hogy elhiggyem, minden úgy fog történni, ahogyan mondta. A mesében valóra válnak az álmaink. Ekkor azonban váratlanul megjelent a teraszon Missis. Digem sárter is, és a tündérmesék hangulatából egyenesen a durva valóság kellős közepébe rántott minket. Lecsapta a kezében szorongatott terjedelmes. Tomagot és megkért, hogy alkalomattán adjam át Kárszlék kapitánynak. 45. Tá kapitány bent van az irodában. Kezdtem, de a hölgy közbevágott. Tudom, de nem akarok bemenni. Most nem vagyok olyan hangulatban, hogy eltársalogjak azzal a nő Jómagam Jó magam sohasem voltam olyan hangulatban, hogy szívesen társalogtam volna az illetővel, de nyilvánvaló volt, hogy Missis. Charter is nagy gondban van. Történt valami, Mónéni. Kérdezte Isabella. Missis. Bigem Sárterisnek egy arcizma sem rándult, de a hangja reket volt, amikor megzólalt Lucindát elütötte az autó. Lucinda a hölgy imádott, barna volt. sárter Sárteris le nem vette rólam a tekintetét, de hideg pillantása eleve elutasított minden részvéd nyilvánítást, ott lent, a rakparton. Egy őrült turista, túl gyorsan hajtott, és meg se állt, hogy megnézze, mit csinált. Gyere, Isabella, haza kell mennünk. Nem válaszoltam, és nem marasztaltam ott ára. Kol van Lucy? kérdezte Isabella. Elvittem burthöz. Gabriel őr nagy segített nekem. Nagyon kedves volt, igazán nagyon, nagyon kedves volt. Amikor Gabriel beléjük botlott, Lucinda az országútszélén vonaglott, és Missis. Bigem sárter is mellette térdelt. A férfi maga is letérdelt, és érzékeny, ügyes ujjaival végig tapogatta a kutya testét. Áhátsó lábaiban nincs erő, mondta. Belső sérülései lehetnek. El kell vinnünk az állatorvoshoz. Mindig Polvidbe bevittem Johnsonhoz, felelte Missis. Sárter is. Csodálatosan ért a kutyákhoz. De túl messze van, igaz? Gabriel bólintott. Ki a legjobb állatorvosi testé? Jóban, James Burt. Pokos ember, de brutális. A kutyákról volt szó, sohasem bíztam meg benne. Tudja, még iszik is. Viszont itt lakik a közelben. Az lesz a legjobb, ha oda visszük Lusit. Vigyázzon, nehogy megharapja. Nem fog megharapni, mondta Gabriel magabiztosan. A karját becsúsztatta a kutya alá, és óvatosan felemelte, miközben egyfolytában duruzsolt neki, nincs semmi baj. Kutyuskám, úgy, úgy. Jó kutya vagy te. Addigra már csinos kis tömeg gyűlt köréjük. Halászok, futkorászó gyerekek, bevásárló szatályrokat cipelőasszonyok állták körül őket, sajnálkoztak és tanácsokat osztogattak. Niszisz, Bigem sárter is maga is igyekezett megnyugtatni a kutyát. Jó kislány vagy, Lucy, nagyon jó kislány vagy. Mondogatta el elfúló hangon, majd Gabrielhez fordult nagyon szép öntől, hogy segít nekem. Pört ott lakik mindjárt a sarok után. Az állatorvos cseréptetős házakora viktoriánus stílusban épült, az ajtója mellett ütött kopott résztábla díszelget. A csengetésre 28 év körüli, csinos asszonyka nyitott ajtót, akiről kiderült, hogy az orvos felesége. Azonnal megismerte Missis, Bigem Sárterist. Jaj, Missis, is olyan nagyon sajnálom, de a férjem terepen van a segédjével együtt. Mikor kerül haza. Most már minden pillanatban itthon kell lennie. Persze, a sebészi beavatkozásokat 9-től tízig és kettőtől háromig végzi, de biztos vagyok benne, hogy megtesz majd mindent, amit csak tehet. Tehát mi történt a kutyussal? Elütötte az autó. Igen felelte Missis, sárter is szárazon. Jaj, de rémes! Persze, mert túl gyorsan hajtanak. Hozzák csak be ide a műtőbe. A doktor halkan, kicsit finomkodó stílusban beszélt, Missis. Bigem sárter is azonban alig figyelt rá. A kutyáját simogatta, és öreg, megviselt arcát eltorzította a fájdalom. Dehogy is érdekelte őt Millibird kedves, ilyet, össze-vissza dadogása. 46 az asszonykának egyszer csak eszébe jutott, hogy ki telefonál a Laer Grange farmjára, hát ha ott van a férje. A telefon a halban volt, és Gabriel maga is az asszonynal tartott, lehetőséget adva ezzel Missis. Charter isnek arra, hogy átadhassa magát a bánatának. Jó érzésű ember volt. Missis. Bört feltárcsázta a számot, és láthatóan azonnal felismerte a távolban megszólaló hangot, Missis. Viden. Itt Millie Bört beszél. Ott van Mr. Bört. Igen, igen, ha lehet, akkor beszélnék vele néhány pillanatnyi csend következett, és Gabriel észrevette, hogy az asszony arca hirtelen kipirult, és ilyetté vált. Amikor megszólalt, a hangja is félénk volt és bocsánat kérő. Sajnálom, Jim, igen, persze, tudom. Gabriel nem értette, hogy mit mond a férfi, de hallotta a telefonba recsenő, parancsoló, durva hangot. Millibert valósággal mentegetőzött, Missis. Bigem sárterisről van szó a kastélyból. A kutyáját elütötte az autó. Igen, itt van. Az asszonyka arca egészen kivörösödött, és gyorsan letette a kagylót, de Gabriel még hallotta, ahogy a férje durván ráordított. Miért nem ezzel kezdtid, hülye? Zavart csönd támadt. Gabriel nagyon megsajnálta ezt a csinos, kedves kis asszonyt, aki ennyire fél a férjétől. Amikor megszólalt, a hangja őszinte volt és barátságos, igazán rendkívül szép öntől, Missis. Bört, hogy ennyire szívén viseli a dolgot, mondta mosolyogva. Ó, szóra sem érdemes, Gabriel őrnagy. Pert ugye, Gabriel őrnagyhoz van szerencsém. A fiatal asszony láthatóan nagyon örült annak, hogy Gabrielt a házában üdvözölhette. Ott voltam a gyűlésen a múlt este. Ó, igazán köszönöm, Missis. Bört, És nagyon remélem, hogy sikerülni fog önnek tulajdonképpen biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog. Bár mindenki rémesen unja, mister. Wilbrahamot, nem is idevalósi. Én sem vagyok idevalósi, jegyezte meg Gabriel. Ó, de ön. Mrs. bört úgy nézett Gabrielre, mint egy imádott hősre szép barna szemei leginkább a lucinda szemeire emlékeztettek, a haja is gesztenyebarna volt, ajkai kissé szétnyíltak, mert számára Gabriel hős volt, a háború. Hőse, olyan, mint annak a filmnek a főszereplője, amelyet a múlt héten látott. A háttérben sivatag volt, hőség, lövések dördültek, vér folyt és harc, harc mindenfelé. És mégis ez az ember itt előtte olyan természetes volt, olyan kedves és olyan hétköznapi. Gabriel nem akarta, hogy az asszonyka visszamenjen a műtőbe. Csak hadd maradjon magára a kutyájával az a szegény öreg paszújkaró, ne zavarja meg a bánatát senki. Gabriel csak nem bizonyos volt abban, hogy a kutya nem éli túl a balesetet. Nagy kár érte, mert gyönyörű állat, és még csak három és fél éves. Isz, isz bört aranyos asszony, de ha visszamen, be nem állna a szája, csak mondaná a magáét az autókról meg arról, hogy milyen sok kutyát ütnek el manapság. Jaj, de szép kutyus ez a Lucinda, igazán Missis. Charter is, ne hozzak önnek egy csészete át. Gabriel tehát mesélt és szórakoztatta Milliburtöt úgy, hogy az asszony még nevetett is, kivillantva hibátlan fogsorát. Ilyenkor egy gödröcske képződött a szája sarkában, és már egészen felélénkült és vidám lett, amikor hirtelen kinyílt az ajtó és belépett egy zömök, lovagló férfi. Isis, börtéjetten ugrott fel, ó, Jim, hát megjöttél. Ő Gabriel őrnagy, a férfi kurtán bicentett, a felesége pedig tovább beszélt. Isis, Charter is a műtőben van a kutyával, és, 47. Miért engedted meg, hogy ő is bemenjen a kutyával? Sose jön már meg az eszed. Szakította félbe a férje. Akarod, hogy megkérjem, hogy? Majd én. Bird doktor hátat fordított nekik, és ledübörgött a lépcsőn a műtőbe. Mini Bört igyekezett elrejteni kibudjanó könnyeit, és gyorsan megkérdezte Gabrielt, hogy nem parancsol -e egy csészete át. Gabriel nagyon sajnálta az asszonyt, és meg volt győződve róla, hogy a férje egy brutális alak, ezért azt válaszolta, hogy köszöni, örömmel inna egy csészete át. Ezzel kezdődött minden, 48.10. fejezet. Ha jól emlékszem, a következő napon történt, esetleg egy nappal később, hogy teres a Missis. Burtel együtt állított be a nappaliba. Engedje meg, hogy bemutassam a sógoromat, Hiút. Hiú. A hölgy, Missis. Bört, aki volt olyan kedves, és felajánlotta, hogy segít nekünk. Ez a nekünk természetesen nem a családra, hanem a konzervatív pártra vonatkozott. Próbáltam elkapni teres a pillantását, de eszeágában sem volt rám nézni. Missis. Bört már ott is volt mellettem, és asszonyos szánakozással méregetett szép, barna szemeivel ha valaha is engedtem a csábításnak, és elmerültem az önmagam iránti sajnálkozásban, az ilyen pillanatok mindig kiúzanítottak. Isz, isz, bört börtelszánt együttérzése elől nem volt hova menekülnöm. És még Teresa is magamra hagyott, határozott léptekkel kiment a szobából. Isis, bört csevegésre készen letelepedett mellém, és az igazság az, hogy amint sikerült magamhoz térnem az. Ön sajnálatból kénytelen voltam megállapítani, hogy igazán kedves asszonyka. Úgy érzem, valamennyiünknek meg kell tennünk mindent a választások sikeréért. Attól tartok, hogy én magam nem sokat fogok használni az ügynek. Tudja, nem vagyok túl okos. Sohasem volnék képes arra, hogy odaálljak az emberek elé, és beszédet mondjak, de amint azt miszisz. Norreisnak is említettem, ha a templom körüli munkákban segítségre volna szükségük, vagy röplapokat kell osztogatni, hát arra még én is alkalmas volnék. És Gabriel őr nagy olyan csodálatosan beszélt a nők szerepéről a múlt este, hogy azonnal rájöttem, mennyire elengedtem magam az utóbbi időben. Ugye ön is úgy gondolja, hogy az őr nagy elragadó szónok. Jaj, ne haragudjon, el is feledkeztem arról, hogy ön. Szóval, azt hiszem, hogy ön nem. Megható volt, hogy ennyire a szívére vette azt, hogy esetleg tapintatlanul viselkedett. Igyekeztem kisegíteni őt a bajból. Magam is ott voltam az első gyűlésen, és igen, úgy gondolom, hogy valóban nagyon jó benyomást tud kelteni az emberekben. Isis, -is, Burtnek meg sem fordult a fejében, hogy egy kicsit gúnyolódtam vele. Lelkesen egyetértett velem, igen, igen, nagyszerű ember. Pontosan ez az, amit mindenkivel el akarunk hitetni, nem de? Kérdeztem. El is kell hinniük, mondta Millie Bird határozottan. Egészen más volna itt az élet, ha ő irányítaná a dolgokat. Ő igazi férfi. Ott volt a háborúban, és harcolt a hazáért. Semmi bajom, Mr. Wilbrehemel, de mindig. Úgy éreztem, hogy a szocialisták meglehetősen furcsán gondolkodnak, és végső soron ő csak egy iskolamester, vagy valami ilyesmi, nem is néz ki valami túl jól, és a hangja is olyan mesterkélt. Igazán nem kelti azt az érzést az emberben, hogy valamit is képes volna megtenni. Érdeklődéssel figyeltem, hogy mennyire haladt a választási propaganda, és nyilvánvalóvá vált előttem, hogy Gabriel csak ugyan jól dolgozott. Iszisz. Isz. Bört egészen kipirult izgalmában, úgy hallottam, hogy ő volt az egyik legbátrabb ember az egész hadseregben. Azt mondják, nem is egy, de számtalan kitüntetést kaphatott volna. Szóval Gabriel reklámkampánya sikeres volt. Már persze, ha Mini Bört lelkesedése nem csupán az asszony személyes érzelmeit tükrözte. Nagyon csinos volt kigyúlt arcocskájával, szemeiben a hős iránti imádat tüzével. Misis. Vigem Sárterisszel járt nálunk magyarázta akkor, amikor a hölgy kutyáját elütötte az autó. Nagyon szép volt tőle, hogy segített. Bizonyára szereti a kutyákat jegyeztem meg, de Burtot ez nem elégítette ki. Ó, nem, nem, azt hiszem, inkább azért tette, amit tett, mert olyan jó ember, olyan nagyon jó ember. És olyan egyszerűen beszélt, olyan kedvesen. Rövid időre elhallgatott, majd folytatta, 49 annyira szégyeltem magam, hogy nem tettem többet az ügy érdekében. Persze, mindig is a konzervatívokra szavaztam, de ez még nagyon kevés, igaz? Hát, ez felfogás dolga. Bizonytalankodtam. Szóval úgy érzem, hogy nekem is ki kell vennem a részemet a munkából. Azért jöttem Kárszlék kapitányhoz, hogy ezt megmondjam. Nekem rengeteg időm van. Mister, Pört éppen csak a rendelések idejére jön haza, annyira elfoglalt, gyermekeim pedig nincsenek. Furcsa kifejezés költözött a szemébe úgy, hogy nagyon megsajnáltam. Igazán az a fajta nő volt, akiből remek anya lehetne. Egy pillanatra megfeledkezett John Gabrielről, és rám emelte a tekintetét. Az arcám még mindig ugyanaz az anyáskodó kifejezésült, alameinnél sebesült meg, ugye? Nem mondtam dühösen, a ródon. Isis, Bört megdöbbent. Ó, oh. te hiszen Gabriel őrnagy azt mondta, hogy? Ugyan, ne higgy el egy szavát se. Billy Bird bizonytalanul mosolygott. Azt gondolta, hogy tréfálok vele, és ő nem érti a viccet. Igazán nagyon jól néz ki, mondta végül bátorítóan. Kedves asszonyom, higgy el, sem a külsőm, sem a kedélyem nem valami túl jó. Igazán nagyon sajnálom, Mr. Norreiz mondta roppant kedvesen. Mielőtt még gyilkosságra vetemettem volna, kinyílt az ajtó, és belépett Kárszlék, a nyomában Gabriellel. Gabriel remekül játszotta a szerepét. Az arca felragyogott, és egyenesen odament Missis. Burthöz. A. Missis. Bört. Igazán szép öntől, hogy segíteni akar. Nagyon, nagyon szép. Az asszony boldogan, szégyenlősen pislogott. A de Gabriel őrnagy. Félek, nem is nagyon fogják majd hasznomat venni. De valóban nagyon szeretnék valamit segíteni. És fog is. Biztos lehet benne, hogy találunk munkát az ön számára. Nem engedte el az asszony kezét, és miközben beszélt, csúnya arcát beragyogta a mosoly. Még én is megéreztem valamit a férfias bájából és vonzerejéből, s ha én a hatása alá kerültem, mennyivel inkább hatott az asszonyra. Millibört elpirult és felnevetett, megteszek mindent, ami tőlem telik ígérte lelkesen. Hiszen annyira fontos volna megmutatnunk, hogy a néphűséges maradt Mr. Churchillhez. Legszívesebben felvilágosítottam volna, hogy ennél sokkal fontosabb az, hogy hűségesek legyünk John Gabrielhez. Helyesen gondolja, mondta Gabriel melegen. Kiába, manapság a nőkön múlik a választások sikere, bár csak tudatában volnának ennek. Billy Bört elkomorodott. Értem, mire gondol, mondta. Nem törődünk eléggé az ilyen dolgokkal. Lehet, hogy igazuk is van, folytatta Gabriel Ravaszul. Végső soron egyik jelölt sem jobb a másiknál. Az asszony valósággal felháborodott, de Gabriel őrnagy. Hogy mondhat ilyet? Vannak olyanok, akiket össze sem lehet hasonlítani a többivel. Úgy is van, Missis. Bört kapcsolódott be a beszélgetésbe kárszlék. Majd meglátja, hogy mit fog művelni Gabriel őrnagy, ha bejut a parlamentbe. Na, mit? Akartam kérdezni, de uralkodtam magamon. Kárszlék magával vitte Mili Burtöt, mert át akart adni neki néhány röplapot, vagy le akart gépeltetni vele valamit, már nem emlékszem. Amint az ajtó becsukódott mögöttük, Gabriel csettintett, csuda kedves asszonyka, mondhatom és ha akarja, a tenyeréből etetheti egyeztem meg. 50. Gabriel összeráncolta a szemöldökét, ugyan, Norrejz. Kígyje el, nekem csak ugyan nagyon szimpatikus Missis. Bört. Meg sajnálom is. Véleményem szerint nincs valami könnyű élete. Lehet, hogy igaza van. Tényleg nem tűnik túl boldognak. Az a bört maga az ördög. Iszik, mint a kefekötő, és el tudom képzelni, hogy milyen durva tud lenni. Tegnap észrevettem, hogy az asszony karja tele van kék foltokkal. Biztos vagyok benne, hogy megverte, és amikor ilyesmit látok, elönti az agyamat a vér. Nagyon meglepődtem, annyira, hogy még Gabriel is észrevette. Megrázta a fejét. E gondolja, hogy szerepet játszom. Valóban gyűlölöm a kegyetlenkedést. Mondja, gondolta arra valaha is, hogy micsoda élete van egy egy asszonynak, és mégsem panaszkodnak soha senkinek. Pedig azt hiszem, a bíróság segíthetne rajtuk tűnődtem. Nem, nor Norreiz nem segít rajtuk senki, legfeljebb, ha már életveszélyes állapotban vannak. Te úgy különben, ka a férjük rendszeresen kínozza őket, ha folyton vicsorog, ha naponta a magát, és olyankor megvadul. Mit tehet ez ellen egy asszony? Mi más tehet, mint azt, hogy szenvedést tűr. Az ilyen, miniburthöz hasonló asszonyoknak nincs saját jövedelmük hova mehetnének, ha rászánnák magukat, és ott a férjüket. A rokonokhoz biztosan nem, azok nem szeretik a családi perpatvart. Higgy el, hogy a kis ujját sem emelné fel senki azért, hogy segítsen rajtuk. Igen, mondtam elgondolkodva. Igaza van. Kíváncsian néztem fel rá, mitől jött ennyire tűzbe. Csak ugyanazt hiszi, hogy nem vagyok képes valódi érzelmekre. Őszinte barátságot érzek ez iránt az asszony iránt, meg sajnálom is, és szeretnék tenni valamit érte, miközben tudom, hogy alig hanem semmit sem tehetek azért, hogy jobbra forduljon a sorsa. Kényelmetlenül éreztem magam, szerettem volna megmozdulni, a mozdulat azonban túl hevesre sikerült, és belém hasított a fájdalom. A testiként pedig felerősítette a lélek gyötrelme. Az emlék. Ott ültem a Cornwallból London felé robogó vonaton és figyeltem, hogy egy asszonynak a könnyei hogyan potyognak bele a levesébe. A dolgok sohasem úgy kezdődnek, ahogyan mi akarjuk és eltervezzük. Valakinek a gyámoltalansága felébreszti bennünk a vágyat, hogy elébe menjünk az élet kihívásainak, de hova jutunk ezen az úton. Én például tolókocsiba. Jövőm nincs, a múlt emlékei pedig mintha gúnyolódni akarnának velem. Meglehetősen nyersen támadtam Gabrielre, akit meglepett a váratlan témaváltás, no és mi van azzal a falubeli kis csinos fehér néppel. Minden a legnagyobb rendben van, öreg fiú vigyorgott. Te én diszkrét ember vagyok. És itt, esté. Jóban szigorúan csak hivatalos ügyekkel foglalkozom. Felsóhajtott. Elég kár. Az a nő pont az én zsánerem. No de az élet nem ad meg mindent egy időben. Nem haragíthatom magamra a torikat. Kérdésemre elmagyarázta, hogy esté. Jóban az emberek meglehetősen puritán gondolkodásúak, és hozzátette, hogy a halászok ráadásul még nagyon vallásosak is. Pedig a hány kikötő, annyi feleség várja őket, mondtam. Azok a tengerészek, öregem, ne keverje össze őket nevetet. No, csak vigyázzon, nehogy összegabaliodjon azzal a fehér néppel, vagy Missis el. Gabriel váratlanul feldühödött, mi a csodát akar mondani. hisz Bört tisztességes asszony, egy kedves gyerek, soha nem tenn olyasmit. Érdeklődve néztem rá. Azt hiszem, igaza van mondtam, Millie Bört csak ugyan nem tenn semmi olyasmit. Te gondolom tudja, hogy mértéktelenül csodálja önt. 51 hát persze, mert van egy háborús kitüntetésem, meg ott van ugye az a kikötői eset, meg még egy csomó kósza mendemonda a bátorságomról. Jó, hogy szóba hozta a dolgot, éppen meg akartam kérdezni, hogy tulajdonképpen ki az, aki ezeket a meséket elindította. Gabriel rám kacsintott. Kigye el, ezek a mesék nagyon hasznosak. Igen, mód felett hasznosak. Wilbrehem, az a szegény ördög teljesen lemarad mögöttem. Szóval ki az, aki szétkürtölte őket. Makacskodtam. Talán kárszlék. Szó sincs róla. Egy ilyen kényes dolgot nem bízhattam rá. Ehhez neki nincs elég esze. Magamnak kellett munkához látnom. Kitört belőlem a nevetés, csak nem azt akarja mondani, hogy személyesen közölte a választópolgárokkal, hogy akár háromszor is rászolgált arra a kitüntetésre. Azt éppen nem. Ilyen célra a legmegfelelőbbek az asszonyok, már persze a kevésbé eszes fajtából valók. Ha tudná, milyen nehezen húzzák ki belőlem a részleteket. Alig akarok beszélni. Aztán mégis elmondok egyet mást, de közben rettenetesen zavarba jövök, és valósággal könyörgök nekik, hogy el ne mondják senkinek. Ők pedig már futnak is a legjobb barátnőjükhöz. Maga egy szégyentelen fráter, Gabriel nevettem. Harcban állok. Nem gondolhatok másra, mint a karrieremre. És az ilyen dolgok messze nagyobb súlyjal lesnek ladba, mint az olyan ígéretek, hogy csökkenteni fogjuk az adókat, elvégezzük a régóta esedékes javításokat, vagy az egyformán hanyagul végzett. Munkáért egyforma bért fizetünk majd. A nőket sokkal jobban érdeklik a személyes vonatkozású információk. Erről jut eszembe, mi az ördögnek bolondította Missis. Burtot azzal a mesével, hogy én alameinnál sebesültem meg. Gabriel felsóhajtott. Gondolom, sikerült kiábrándítania. Rosszul tette, öregem. Addig kell ütni a vasat, amíg meleg. Most még mindenki nagyra becsüli a háborús hőstetteket, de ez nem tart örökké. Használja ki az alkalmat. Más szóval csapjam be azt, akit lehet. Tehogy is. Csak ne mondja meg az igazat. Különösen a nőknek ne. Én sem mondom el nekik soha a mesztelen valóságot, mert nincs rá szükségük, és nem is szeretik. Majd rá fog jönni, ha eddig nem tudta volna. Ez azért mégiscsak más, mint szándékosan hazudni. Nem is kell hazudnia, azt én már megtettem ön helye. Egyszerűen csak morogja maga elé, hogy ugyan, szamárság. Szó sincs róla. Gabriel igazán befoghatta volna a száját, aztán kezdjen elbeszélni az időjárásról, a szardénia halászatról, vagy arról, hogy milyen sötét dolgok folynak Oroszországban. A nőknek meg nagyra nyílik a szemük az izgalomtól. Az Isten áldja meg, hát csak ugyan nem akar egy kicsit szórakozni. Mégis, miféle szórakozást tudna nekem ajánlani? kérdeztem nézze, tudom, hogy nem alkalmas arra, hogy ágyba bújjon velük, de egy kis könnyes románc is több, mint a semmi. Nincs szüksége arra, hogy körülugrálják a nők. Nincs feleltem kurtán. Furcsa. Nekem bizony volna. Vajon? Pont, pont, pont. Egyszerre megváltozott az arca, összeráncolta a szemöldökét, és elgondolkozott. Lehet, hogy önnek van igaza, mondta csendesebben. Ha jól meggondolom, nem ismerjük igazából még önmagunkat sem. Én ugyanazt hiszem, hogy elég pontos fogalmaim vannak arról, kicsoda John Gabriel, de ön most felkeltette bennem a gyanút, hogy talán mégis. Mégis be kellene mutatkoznom neki. 52 gyors léptekkel felállásét a szobában. Megéreztem, hogy a szavaim sokkal mélyebben érintették, mint azt gondolhattam volna. Olyan volt, mint egy ilyet kisfiú. Egyszer csak megállt és felém fordult, nem, mégiscsak téved. Én igenis jól ismerem önmagamat. Az egyetlen ember vagyok, akit valóban ismerek, és néha azt kívánom, bár ne tudnék annyi mindent magamról. Pontosan tudom, hogy milyen vagyok, és mennyire vagyok képes. Nagyon vigyázok arra, hogy senki ne kerülhessen elém. Tudom, hogy honnan jövök, és azt is, hogy hova akarok menni. Tudom, hogy mit akarok, és mindent megteszek azért, hogy meg is kapjam. Minden lépésemet gondosan megtervezem, és nem hiszem, hogy elcsúszhatnék egy banánhéjon. Néhány pillanatig hallgatott, majd így fejezte be: Igen, azt hiszem, jól állok. Enyém lesz az, amire vágyom. Volt valami a hangjában, ami felkeltette az érdeklődésemet. Egy rövid ideig úgy éreztem, mégiscsak több, mint egy sikeres szemfényvesztő. Erős volt. Szóval arra vágyik, mondtam csendesen. Hát, azt hiszem, meg is ragadhatja előbb-utóbb. Gabriel rám bámult. Megragadhatom. Amit? Kérdezte értetlenül. Á, hatalmat. Erre gondolt, nem de. Te jó ég. Hát minek néz engem? Hitlernek. Semmi szükségem a hatalomra. Nem óhajtok uralkodni a hozzám hasonlókon, vagy úgy általában a világ fölött. Mit gondol, jó ember, miért loholok ilyen lelkesen? A hatalom szappan buborék, nem egyéb. Nekem egy jó kis kényelmes állás kell, semmi több. Csalódottan néztem rá. Az előbb még szinte titáni erőt láttam benne, most hirtelen visszanyerte emberi arányait. Belevetette magát egy karosszékbe, és kinyújtotta a lábait egyszerre minden báj lekopott róla, és én nem láttam benne semmi más, csak egy csúnya kis embert. Egy kabzsi, nyers emberkét. És köszönjék meg a sorsnak, hogy csak ennyit akarok folytatta. Á hatalomvágyó, önmagukat megvalósítani akaró emberek nem sokat ártanak a világnak. Van hely számukra bőven, és éppen ők azok, akik arra születtek, hogy a többiek fölött uralkodjanak de az Isten irgalmazzon annak az országnak, amelyet olyan emberek vezetnek, akiknek elveik vannak. Ott az egyszerű embert felmorzsolják, a gyermekek éheznek, és az asszonyok összetörnek a rájuk szakadó súly alatt, miközben a vezetők erről nem tudnak semmit, és nem is törődnek semmivel, csak az elveikkel. De az önző, önmagának élő vezér tulajdonképpen nem kíván egyebet, mint egy kényelmes kis zugot, és ha ezt megkapta, örül, ha maga körül elégedett embereket lát. Sőt, kifejezetten azt akarja, hogy az egyszerű nép is boldog legyen és jól éljen, mert így kevesebb baja van vele. És a legtöbb ember meglehetősen igénytelen. Ha fontosnak érezheti magát, ha egy kicsit jobban élhet, mint tegnap, és ezért nem kell megszakadnia a munkában, már is úgy érzi, hogy minden rendben van jusson majd eszébe Norreiz, amit most mondok, a munkáspárt akkor fogja elkövetni a nagy hibát, amikor majd hatalomra jut. Ha egyáltalán hatalomra jut vágtam közbe. Biztos lehet benne, hogy ők győznek, mondta Gabriel határozottan. Te hadd fejezzem be, amit elkezdtem. Egy szóval ott fogják elpuskázni a dolgot, hogy elkezdik majd az embereket hajszolni, persze, csupa jó akaratból kivéve a vérbeli torikat, csupa rögeszmés alak vesz körül bennünket, azoktól pedig mentsen meg minket az ég, mert egyszerűen elképesztő, hogy mekkora szenvedést tud zúdítani egy törvénytisztelő népre egy világ megváltó eszméktől fűtött, rögeszmés idealista. Mégis csak oda lyukadunk ki, hogy jön az, aki pontosan tudja, mire van szükségük az embereknek gonoszkodtam. Szó sincs róla. Azt viszont csak ugyan pontosan tudom, hogy mi kéne John Gabrielnek. A haza megúszza a dolgot, nem fogok kísérletezni vele, mert nagyon is leköt majd az, hogy a 53. Sáncolhatnám el magam minél kényelmesebben. Egy cseppet sem vágyom arra, hogy én legyek a miniszterelnök. Ez igazán meglepő számomra mondtam. Ne essen tévedésbe, Norreiz, minden bizonyal lehetnék akár miniszterelnök is, ha akarnék. Hihetetlen, hogy mi mindent el lehet érni azáltal, hogy az ember egy kicsit odafigyel, és pontosan azt mondja a polgároknak, amit azok hallani szeretnének. Csak hogy egy miniszterelnöknek nagyon sok gondja van, és túl keményen kell dolgoznia. Én csak egy kis hírnevet akarok, semmi többet. No, és mi lesz a pénzzel? kérdeztem. Évi 600 nem valami sok. Márpedig ha a munkáspárt győz, akkor mindenkinek meg kell majd elégednie ennyivel. Ember valószínűleg fel lehet majd kerekíteni ezerre. No és ne feledje, a politikai életben mindig adódik alkalom egy kis keresetre. És meg is lehet házasodni. A házasságát is ilyen pontosan eltervezte. Érdeklődtem. Mondjuk valakivel, akinek patinás neve van. Gabriel elvörösödött. Ó, nem mondta váratlanul hevesen. Nem fogok felfelé házasodni, pontosan tudom, melyik társadalmi osztályhoz tartozom. Én nem vagyok úri ember, maga elé bámult, egy percig hallgatott, és amikor végre megszólalt, mintha nagyon messziről jött volna a hangja. Egyszer az apám magával vitt egy nagy házba, ahol a konyhai vízmelegítőt kellett megjavítania. Engem kint. Kagyott az udvaron, egyszer csak megjelent egy kislány, és odajött hozzám. Egy-két évvel idősebb volt, és nagyon kedves. Kívott, hogy menjek vele, és elvezetett a kertbe. Tünyörű kert volt, tudja, olyan igazi kert szökőkúttal, virágágyásokkal, óriási fenyőfákkal és bársonyos, zöld fűvel. A kislánynak volt egy öccse is, olyan velem egykorú, és hármasban nagyon jól elszórakoztunk. Bújócskáztunk, meg mindenféle mást is játszottunk, amíg csak fel nem tűnt a dajkájuk, egy egyenes derekú asszony ropogósra keményített ruhában. Pam így hívták a kislányt, odatáncolt hozzá és kijelentette, hogy én is velük fogok teázni a gyerekzobában. Még most is előttem van annak az asszonynak az arca, a magasra feltartott orra, az éles hangja, ahogy azt mondta, nem lehet, kedvesem. Ez csak olyan közrendű gyerek. Gabriel elhallgatott, és én is döbbenten hallgattam. Micsoda rombolás tud végezni egy meggondolatlan kijelentés. Ez az ember azóta sem tud szabadulni az emlékétől. A szíve legmélyéig megsebezték. Nézze, mondtam bizonytalanul, hiszen nem a gyerekek anyja mondta azt, hogy. Szóval, aki mondta, az is. Ám bár persze, hogy kegyetlenség volt. Gabriel felén fordította hol csápadt arcát, pont a lényeget nem értette meg, Norreiz. Elhiszem, hogy egy igazi úriasszony sokkal tapintatosabb lett volna annál, hogy sem ilyet mondjon, de a lényeg az, hogy az a nő az igazat mondta. Én valóban csak egy közrendű kisfiú voltam. Az is maradtam, és így is fogok meghalni. Ne beszéljen szamárságokat. Kitörődik ma már ezzel. Senki. Nincs is jelentősége sőt, ez időtájt kifejezetten hasznos, ha valaki nem úri ember. Az emberek gyanakodva méregetik azokat a kihúzott derekú idős hölgyeket és urakat, akik mindenkit ismernek, aki számít, de alig van annyiuk, amiből megélhetnének. Ma főleg az iskolázottsága fontos, bálványozzuk a tanult embereket. Csak az a baj, hogy én nem akartam közrendű kisfiú lenni. Hazafele menet azt mondtam az apámnak. Apa, ha megnövök, én lord akarok lenni. Lord John Gabriel. Az apám pedig azt válaszolta, hogy én soha, de soha nem lehetek lord, mert lordnak születni kell. Azt is elmagyarázta, hogy ha sikerül nagyon sok pénzt keresnem, akkor esetleg lovaggá ütnek, de a kettő nem ugyanaz. És igaza volt. A kettő valóban nem ugyanaz. Van valami, amit soha nem kaphatok meg. Soha. Nem a címre gondolok, hanem arra, hogy az 54 ember úgy születik, hogy hisz önmagában, hogy pontosan tudja, mikor mit kell tennie vagy mondania. Például azért goromba, mert goromba akar lenni, és nem azért, mert feldühödött, és meg akarja mutatni, hogy ő is van olyan legény, mint a másik nem veri ki a verejték, amikor az jár a fejében, hogy vajon mit gondolnak róla az emberek, mert tulajdonképpen csak az számít, hogy ő mit gondol a többiekről. És tudja, hogy lehet akármilyen csodabogár, és járhat akármilyen kopott öltözetben, ő mégis csak az, aki. Például Lady St. Jó, jegyeztem meg. Áfene egye meg azt a vénboszorkányt. Tört ki Gabriel. Elképedve néztem rá, No, oh, hallja, ön csak ugyan képes meglepni az embert, mondtam. Azt hitte, ugye, hogy tökéletesen megértett, és most kiderült, mégsem került olyan közel az igazsághoz, mint gondolta volna gúnyolódott Gabriel. Azt minden esetre sejtettem, hogy egyszer, valamikor történhetett valami, ami nagyon megrázta, mondtam csendesen. Ön most is hordozza magában annak a gyermekkori sérülésnek az emlékét. Ugyan, hagyja a pszichológiát vágott a szavamba, Gabriel. De azt hiszem, most már megérti, miért érzem jól magam, amikor egy ilyen milli kedves asszony kerül a közelembe. Ilyen nőt fogok feleségül venni. Persze, azért pénze is kell legyen. De a lényeg az, hogy abból a társadalmi osztályból kell származnia, ahonnan én is jövök. Képzelje csak el, micsoda pokol volna az életem, ha elvennék egy lóképű arisztokrata fehér népet, és egész életemben egyebet se tennék, csak próbálnék felnőni hozzá. Elhallgatott, majd váratlanul azt kérdezte: Ön volt Olaszországban, igaz? Pisában is járt, igen, évekkel ezelőtt, mondtam bizonytalanul, remélem, hogy tényleg Pisában van az a falfestmény, folytatta. Ott van azon a képen minden, a mennyország, a pokol meg a purgatórium és még egy csomó minden. A pokol egészen mulatságosan néz ki, apró ördögöcskék böködik az embereket a villájukkal, fölöttük pedig ott van a mennyország, ahol a fák alatt. Perevarccal üldögélnek az üdvözültek. Úristen, azok az asszonyok. Semmit sem tudnak a pokolról, az elátkozott lelkekről, tulajdonképpen semmiről sem tudnak semmit. Csak ülnek ott gőgösen, önelégülten, és mosolyognak. Gabriel egészen tűzbe jött. Úristen, mennyire szerettem volna leráncigálni őket onnan, hogy villahegyen hajítsam le a pokolba az egész társaságot. És nem engedtem volna ki őket a tűzből, ha tudják meg, mi a szenvedés. Mi ad nekik jogot arra, hogy elkerüljék a szenvedést? Csak ülnek és mosolyognak, és soha semmi nem érinti meg őket. A fejük ott van a csillagok között. Igen ez az, a csillagok között. Gabriel elhallgatott, felállt és furcsa, kutató tekintettel merett a semmibe. Pá csillagok között, ismételte meg csendesen az utolsó szavait. Aztán váratlanul felnevetett. Bocsásson meg nekem azért, hogy így a nyakába zúdítottam ezt az egészet. Ám bár, miért is ne, Hero ugyan szépen megnyomorította, de még mindig használható valamire, például arra, hogy meghallgasson engem, amikor vallani akarok. És nem csak én tapasztalni fogja, hogy az emberek szívesen elmondják majd önnek a bajaikat. Már tapasztaltam, mondtam szárazon, nem mintha valami csodálatosan jó hallgatóság volna. Csak éppen semmi másra nem alkalmas. Ott állt előttem, oldalra hajtott fejjel és haragos szemekkel méregetett. Gondolom, szeretett volna fájdalmat okozni nekem, ehelyett azonban inkább megkönnyebbültem, hogy végre valaki kimondta. Mindazt, amit én már olyan sokszor megfogalmaztam magamnak. Nem tudom megérteni, hogy miért nem vet véget a nyomorúságának, folytatta Gabriel. Vagy hiányoznak hozzá az eszközei. 55 mindenem megvan hozzá feleltem, és az ujjaim rákulcsolódtak a gyógyszeres dobokámra. Fáem, önbátrabb, mint gondoltam volna, mondta Gabriel. 56. 11. fejezet. Másnap délelőtt Mrs. Karszlék jött hozzám egy kis csevegésre. Nem kedveltem azt az asszonyt. Sovány, fekete hajú, éles nyelvű teremtés volt. Ha emlékezetem nem csal, a Polners házban való tartózkodásom egész ideje alatt soha nem hallottam, hogy valakiről egy jó szót mondott volna. Néha azzal szórakoztam, hogy egymás után hoztam szóba közös ismerőseinket, és figyeltem, hogy az első, édeskés megjegyzései után hogyan következnek a méreggel átitatott szavak. Most éppen Millibert volt terítéken. Kedves kis jószág, mondta Missis. Kárszlék, és annyira akar segíteni. Csak hát meglehetősen buta, és politikai műveltsége sincs. Úgyja, az ő társadalmi osztályához tartozó asszonyokat nem nagyon érdekli a politika. Véleményem szerint Missis. Kárszlék ugyanabból a társadalmi osztályból származott, mint Millibert, de bosszantani akartam, és nem ezt vágtam a fejéhez, hanem azt, hogy... Ó, éppen mint Teresa. Missis. Parsley felháborodottan nézett rám, de hiszem Missis Norreiz annyira okos. A méregadagot azonban természetesen ezúttal is kimérte. Véleményem szerint túl okos is néha. Sokszor az az érzésem, hogy le is néz minket. Nem gondolja, hogy az intellektuál nők általában meglehetősen maguknak valók. Persze, azért Mrs. is nem nevezném önzőnek és már vissza is kanyarodott Mili jó is lesz, ha valamivel lefoglalja magát. Tudja, azt hiszem, nagyon boldogtalan a házassága. Igazán sajnálom, mormogtam, az a bőr teljesen el zülleni. Minden este zárás után tántorok haza a kocsmából. Igazán csodálkozom, hogy még egyáltalán kiszolgálják. És azt hiszem, időnként meglehetősen durva tud lenni legalábbis a szomszédok ezt állítják. A felesége rettenetesen fél tőle. Az asszonynak megremegett az orra hegye, véleményem szerint a gyönyörűségtől. Miért nem hagyja faképnél a férjét? Kérdeztem. Missis, kárszlék elképedve nézett rám. No de mister, Norreiz, hát már hogyan tehetne ilyet? És hova mehetne? Még rokonai sincsenek. Ám bár arra már én is gondoltam, hogy ha netán erre jönne egy szimpatikus fiatalember. Tudja, megérzésem szerint Milli nem az a sziklaszilárdi ellem. És egészen csinos is, meg eléggé feltűnően öltözködik. Nekem sincs valami nagy véleményem róla, mondtam, hogy további kinyilatkoztatásokra ingereljem, Missis. Párszléket. Egyetértek önnel, ám bár az igazság az, hogy nem ismerem őt túl jól. Végeredményben a férje csak egy állatorvos, és az mégsem olyan, mintha valódi orvos volna, nem igaz miután ezt tisztáztuk, Missis, kötelesség kötelességtudóan megkérdezte, hogy tehet-e értem valamit. Igazán nagyon kedves öntől, hogy törődik velem, mondtam. De pillanatnyilag semmire sincs szükségem. Az ablak felé fordultam, és ő követte a tekintetemet, ó, kiáltott fel. Ott jön Izabella Sárter is. Együtt figyeltük a közeledő lányt. Izabella kinyitotta a mezőre vezető kaput, majd a lépcsőkön feljött a teraszra. Közben ő is megkapta a magáét. Egészen csinos lány, csak éppen nagyon hallgatag. Mindig úgy gondoltam, hogy az ilyen csendes nők tulajdonképpen sunyik. Ez a szó rettenetesen feldühített, de nem volt időm válaszolni, mert Missis. Kárszlék már el is tűnt. 57 sunyi. Micsoda undorító szó. És éppen is a Belláról mondanak ilyet, amikor ő annyira őszinte, igen, valami félelmet nem ismerő, fájdalmas módon őszinte. És ekkor hirtelen az eszembe villant, hogyan hullajtotta le a sáját azokra a pirulákra, és milyen könnyedén meg tudta játszani, hogy éppen egy beszélgetés közepén vagyunk. Nem volt ideges, nem kapkodott, mintha egész életében ilyesmit csinált volna. Vajon nem voltak? Misis. Kárszléknek is hasonló tapasztalatai. Vajon nem ezért mondta róla azt, hogy sunyi? Elhatároztam, hogy megkérdezem majd Teresát, mit gondol erről. Teresa sohasem sietett kifejteni a véleményét semmiről, de ha megkérdezték, mindig volt mit mondania. Izabella megérkezett, és én azonnal láttam, hogy nagyon izgatott. Lehet, hogy mások nem vették volna észre rajta ezt a változást, én azonban már elég jól ismertem és csak ugyan. Még arra sem vesztegette az időt, hogy köszönjön, már el is kezdte, jön rúpert. Tényleg jön, minden percben itt lehet, repülővel jön. Hátradölt és mosolygott, kosszú, keskeny keze az ölében nyugodott, a feje fölött, a kékék hátterében kirajzolódott a tiszafa. Csak ült mozdulatlanul, az arcán azzal az üdvözült mosolyjal, és a magatartása egész megjelenése nagyon emlékeztetett valamire. Valamire, amiről csak nem régiben hallottam. Sokat jelent önnek az érkezése. Kérdeztem. Ó, nagyon. Igen, nagyon, nagyon sokat. Tudja, már olyan régóta várok rá. Isabella félelmetesen hasonlított a vizesárokkal körülkerített várban ücsörgő Marianára. Mintha teniszont találta volna ki. Régóta vár Rupertra. Kérdeztem. Igen. És. Nagyon szereti őt azt hiszem, őt szeretem a legjobban ezen a világon, mondta, majd egy kisi elbizonytalanodva hozzátette, igen, azt hiszem. Nem bizonyos benne. lehet -e az ember bizonyos bármiben is? Kérdezte Isabella, csak nem kétségbe esett hangon. Talán azt remélte, hogy tőlem választ kap arra a kérdésre, amely gyötörte. Nem tudhatta, hogy a szavai mekkora fájdalmat okoztak nekem. Nem, az ember soha semmit sem tudhat, biztosan mondtam váratlanul, a tőlem szokatlanul éles hangon. Isabella lehajtotta a fejét. Értem, mondta csöndesen. Értem. Mióta nem látta őt. Érdeklődtem. Nyolc éve. Isabella öntúlságosan is hajlik a romantikára. Kérdőn nézett rám. Amiért azt hiszem, hogy Rupert, ha már hazajön, feleségül is fog venni. Te hiszen ebben nincs túl sok romantika. Ez így volt rendelve, nekem is, neki is. Egyszerre életre keltek a finomújak, tapogatózva kerestek valamit a lány ruháján, valamit, amit izgalmukban megmarkolhatnának. Nem hiszem, hogy valaha is képes volnék itt hagyni esté. Lút. Itt születtem, itt nőttem fel, itt akarom leélni az életemet, és azt hiszem, hogy... Hogy itt is akarok meghalni. Megborzongott, amikor kimondta az utolsó szavakat, és ezzel egy időben felhőt akarta el a napot. Milyen furcsa, tűnődtem, hogy ennyire írtózik a haláltól. Azt hiszem, hogy ön sokáig fog élni, Izabella mondtam vigasztalón. Hiszen erős és egészséges. Valósággal belekapaszkodott a szavaimba. Igen, nagyon erős vagyok. Soha nem voltam beteg. Akár 90 évig is élhetek vagy ki tudja, talán százig is. Volt már olyan ember, aki ennyit élt. 58 megpróbáltam elképzelni is a Bellát 90 évesen, de nem igen sikerült. Azt viszont nagyon könnyű volt elképzelni, hogy Lady Esté. Jó megéri a százat. Csak hogy ő erős, határozott egyéniség volt, aki tudta, hogy a dolgokat neki kell irányítania, és hogy erre képes is. Harcolt az élettel, míg Izabella egyszerűen csak elfogadta azt. Ebben a pillanatban kinyílt az ajtó, és beviharzott Gabriel. Képzelje csak, Norreis kezdte, de ekkor meglátta Isabellát. Ó, jó reggelt, sárter is kisasszony, mondta, és a hangjában tisztelet volt és egy kis rátartiság, ami szórakoztatott, mert tudtam, hogy a lédi esté. Jó alakja magasodik a lány mögött. Életről és halálról beszélgettünk éppen közöltem vele vidáman. Ka a jóslatom beválik, Sárter is kisasszony 90 évig fog élni. Ki a csoda vágyik arra, hogy ennyit éljen? Kérdezte Gabriel. Én mondta csendesen Isabella. Gabriel meghökkent. Csak ugyan. De miért? Pert nem akarok meghalni. Gabriel elnevette magát. Senki sem akar meghalni illetve a legtöbb ember nem is a haláltól fél, hanem a haldoklástól, mert az bizony fájdalmas és undok dolog. Én magától a haláltól félek szögezte le Izabella. A fájdalom nem ijeszt meg. Nagyon jól el tudom viselni. Azt csak képzeli. Gabriel csak nem vidám, lekezelő stílusa felbosszantotta a lányt. Elpirult haragjában és megismételte, amit mondott. Nagyon jól el tudom viselni. Egy pillanatig egymást méregették, a férfi tekintete gőgös volt, a lányé kihívó. És akkor Gabriel olyasmit tett, amit egyszerűen nem bírtam elhinni. Felkapta a hamutartóban parázsló cigarettámat, és az égő felét Izabella karjára irányította. A lány megserezdült. Azt hiszem, akkor már üvöltöttem, de egyikük sem figyelt rám. Gabriel rászorította az égő cigarettát a lány karjára. Abban a percben a világ minden nyomorék emberének a fájdalma ott viharzott az én lelkemben. Bármennyire is felháborított Gabriel brutalitása, nem tehettem ellene semmit. Láttam, ahogy a lány arca elfehéredik a kintól, de nem mozdult. Az ajkait összeszorította, és meretten nézte a férfi arcát. Gabriel, maga őrült, jajgattam, mit csinál, mi az ördögöt csinál, Gabriel azonban ügyet sem vetett rám, mintha nem is lettem volna jelen. Egy pillanattal később behajította a csikket a kandallóba. Bocsánatot kérek, mondta is a bellának, valóban jól viseli a fájdalmakat. Azzal megfordult és kiment a szobából. Nem találtam szavakat, és a hangom is inkább rikácsolás volt, mint emberi beszéd, amikor végre megszólaltam. Micsoda vadállat, hát mit képzel, hogy? Istenem, legszívesebben lelőném. Isabella azonban az ajtót nézte, és lassú mozdulatokkal egy zsebkendőt tekert a megégetett karjára. Alig figyelt rám, a gondolatai láthatóan valahol nagyon messze jártak, és amikor végre visszatértek hozzám és a valósághoz, egy kicsit meglepetten nézett rám, valami baj van. Dadogva próbáltam elmagyarázni neki a bennem dúló érzéseket, de ő nem osztozott bennük. Ugyan mondta, nem kell ezen annyira felháborodni. Gabriel őrnagy csak azt akarta kipróbálni, hogy csak ugyan el tudom-e viselni a fájdalmakat. Hát most már láthatta, hogy igen. 59.12. fejezet. Aznap délután vendégeket vártunk teára. Isis. Kárszlékét meglátogatta az unokahuga, aki korábban iskolatársa volt is a így aztán Teresa meghívta Isabelát is a is. Én magam sohasem voltam képes Isabellát iskolás lányként elképzelni, ezért aztán örömmel egyeztem bele abba, hogy együtt ázzam ezzel a bizonyos Missis. Mordaunttal. Eni Mordaunt is itt lesz közölte Teresa Isabellával. Úgy tudom, iskolatársak voltak. Többen is volt, mondta Isabella bizonytalanul. Eni Trenchard, meg Eni Langley és Eni Thompson. Elfelejtettem a lány nevét, pedig Missis. Charter is említette sajnálkozott Teresa. Kiderült, hogy Annie Mordaunt azonos Annie Thompsonnal. Igen élénk fiatal hölgy volt, de kellemetlenül rámenős, legalábbis nekem ez volt a benyomásom. Londonban dolgozott valamelyik minisztériumban, a férje egy másikban, a gyereket pedig elhelyezték valahol vidéken, kényelmes távolságban maguktól, mert a jelenléte akadályozta volna Anit abban, hogy értékes munkájával elősegítse a háborús sikereket. Anyámnak az a véleménye, hogy most, amikor már nem fenyegetnek a bombázások, vissza kellene hoznunk Toint. Én azonban úgy gondolom, most még túl nagy nehézséget jelentene egy gyerek jelenléte Londonban. A lakás kicsi, és nemigen lehet megfelelő dajkát találni, nehéz megoldani a kosztolást és ráadásul én egész nap nem vagyok otthon. Úgy gondolom, hogy dicséretre méltó hazafias érzelmekre vall az, hogy egyáltalán vállalkozott a gyermekszülésre, amikor annyira fontos munkakört kell betöltenie, mondtam, és láttam, hogy Teres a csendesen elmosolyodik a nagy ezüstálca mögött, és alig észrevehetően felén búlint. A hölgy azonban nem vette észre a megjegyzésemben bujkáló gúnyt, sőt úgy érezte, hogy megdicsérték. Ha az ember teljesíteni akarja a kötelességét, akkor vállalnia kell a nehézségeket. Nagyon nagy szükség van a gyermekekre, különösen a mi társadalmi osztályunkban. Aztán, csak úgy mellékesen hozzátette, és természetesen imádom a fiamat. A következő percekben már nyakig merült a esté. Téniáni kellemes emlékek tengerében, nekem azonban úgy tűnt, hogy a beszélgetésük meglehetősen egyoldalú volt, mert Izabella nagyon kevés dologra emlékezett, és Eni Mordaunnak mindegyre ki kellett őt segítenie. Sajnálom, hogy Dick ennyit késik motyogta Missis. Kársz állnak. El sem tudom képzelni, mi tarthatja vissza. Arról volt szó, hogy fél ötre itthon lesz. Azt hiszem, Gabriel őrnagy van nála, mondta Izabella. Egy negyed órája itt ment el a teraszon. Nagyon meglepődtem. Én magam nem hallottam a lépteket, Isabella pedig háttal ült a terasz ablakai előtt, így nem is láthatta azt, aki ott elment. Ráadásul úgy szólván le sem vettem róla a szemem, és biztos voltam abban, hogy egyszer sem fordult meg, és semmi jelét nem mutatta annak, hogy észrevett volna valakit. Tudtam, hogy nagyon jó füle van, mégsem értettem, honnan jött rá arra, hogy Gabriel sétált el a háta mögött. Izabella, kérem, legyen szíves szóljon be hozzájuk, nem, missis? Kárszlék, maradjon csak, és kérdezze meg tőlük, óhajtanak-e egy csészete, át, mondta Teresa. Amint Izabella magas alakja eltűnt, missis? Mordaunt már meg is szólalt. Hát ez az Izabella nem változott semmit. Mindig is ilyen furcsa lány volt, úgy járt kelt közöttünk, mintha félig aludna. Mi azt gondoltuk azért, mert túl okos. Túl okos. Kérdeztem kis éles hangon. Az asszony felén fordult. Persze. Nem vették észre. Izabella ijesztően okos. Körtisz kisasszonynak, az igazgatónőnek majd. Megszakadt a szíve, amikor kiderült, hogy nem akar elmenni somrvi l ele 60. Be és nem folytatja a tanulmányait. Pedig 15 éves korától számítottak rá, és egy csomó díjat is nyert. Hitetlenül meredtem enni Mordaunra. Számomra Izabella az a fajta nő volt, akit jól esik elnézegetni, de az eszét nem tartottam valami nagyra. És mégis, miben volt a legkiválóbb? Kérdeztem óvatosan. Hát, csillagászatból meg matematikából, igen, fantasztikusan jó volt matekból, de remekül tudta a latint is meg a franciát is, és tulajdonképpen mindent meg tudott tanulni, csak akarnia kellett. De amint tudják, ez egy cseppet sem érdekelte. Semmi máshoz nem volt kedve, mint ahhoz, hogy visszajöjjön ebbe a porfészekbe, a kastélyába. Körtisz kisasszonyt nagyon bántotta a dolog. Isabella visszatért, magával hozva Kárszlék kapitányt és Gabrielt is, és attól kezdve gyorsan telt az idő. Tudod, Teresa, megdöbbentő, hogy mennyire képtelenek vagyunk arra, hogy igazán megismerjük egymást, mondtam aznap este a sógornőmnek. Itt van például Isabella Sárter is. Volt iskolatársnője, Mordauntini azt állította róla, hogy elképesztően okos, holott én magam csak nem osztobának találtam. Másfelől megesküdtem volna arra, hogy ő a legőszintébb teremtés ezen a földön, Missis. Kárszlék mégis sunyinak tartja. Sunyi. Micsoda undorító szó. John Gabriel szerint beképzelt és nyársat nyelt. Te pedig. Látod, fogalmam sincs, hogy te mit gondolsz róla. Szinte soha. Nem teszel meg senkire. no de végtére is mi az, ami csak ugyan rájlik arra a szemére, akit ennyien ennyiféleképpen jellemeznek. Robert, aki ritkán szólt bele a beszélgetésünkbe, most nyugtalanul felénk fordult, és meglehetősen váratlanul azt mondta. Hiszen éppen erről van szó. Mindenki a maga szemszögéből nézve ítéli meg a többi embert. A dolgokkal sem vagyunk másképpen. A hány ember félének látja a fákat vagy a tengert. Nincs két olyan festő, aki egyformának ábrázolná például a esté. Louis kikötőt. Úgy érted, hogy az egyik mondjuk naturalista módon festené meg, a másik pedig szimbólumot látna benne. Robert kedvetlenül ingatta a fejét. Nem szívesen beszélt a festészetről, mert keresgélnie kellett a megfelelő szavakat, és általában nem találta őket. Nem, nem ezt akartam mondani, hanem azt, hogy valóban különbözőnek látják. Lehetséges, de ebben nem vagyok bizonyos, hogy mindenki azt veszi észre, ami neki fontos, ami számára jelent valamit. Gondolod, hogy ez a helyzet akkor is, ha emberekről van szó. Hiszen az képtelenség, hogy egymással szöges ellentétben levő tulajdonságokkal ruházzuk fel őket. Izabella például nem lehet egyszerre zseni és ütődött. Azt hiszem, hiú, nincsen igazad, szólalt meg a sógornőm. No, de teres a kedves, tiltakoztam, teres a csöndesen, elgondolkodva folytatta, miközben a mosoly továbbra is ott maradt a szája szögletében. Kiába vannak valakinek jó tulajdonságai, ha nem használja őket. Miért is törné magát, hiszen van egyszerűbb módja is annak, hogy céltérjen, vagy talán, igen, valószínűleg így van, azért nem használja őket, mert túl sok fáradtságába kerülne. Az a baj, hú, hogy mi valamennyien olyan messzire eltávolodtunk az egyszerű megnyilvánulási formáktól, hogy fel sem ismerjük őket, ha beléjük botlunk valahol. Sokkal könnyebb valamit érezni, mint végig gondolni, sokkal kevésbé fárasztó. Csak éppen ebben a túlbonyolított civilizált világban már nem elég pontosak a megérzéseink. Ha akarod, mondok egy példát is. Valamennyien képesek vagyunk arra, hogy úgy nagyjából megítéljük, milyen napszakban is vagyunk, hogy reggel van-e, vagy dél, esetleg késő délután vagy már este, érted? Nem kell gondolkodnunk rajta, anélkül is tudjuk, és ehhez nincs szükségünk mérőműszerekre, napórára vagy homokórára, karórára vagy faliórára te ha megbeszélésre kell rohannó, vagy el kell érned a vonatot, ha pontos időre kell ott lenned van egy bizonyos meghatározott helyen, akkor már gondolkodnod kell, és ki kell találnod azokat az eszközöket, amelyek a segítségedre lehetnek abban, hogy pontos légy. Azt hiszem, az élettel szembeni magatartásunk is ehhez hasonló hol boldogok vagyunk, hol meg boldogtalanok, haragszunk valamiért vagy neheztelünk valakire, tetszik nekünk valami vagy valaki, esetleg éppen fordítva, ki nem állhatjuk. Az olyan emberek, hiú, mint te meg én rabört talán. Kevésbé ezt tudatosan élik meg, végig gondolják, kielemzik az érzéseiket és mindenáron meg akarják találni az okot, ami arra készteti őket, hogy így vagy úgy érezzenek. Azért vagyok boldog, mert azért szeretem őt, mert ma szomorú vagyok, mert ez és ez történt. A baj csak az, hogy gyakran nem a valódi okot nevezzük meg, sokszor szándékosan becsapjuk saját magunkat. Isabella azonban más. Azt hiszem, ő sohasem töri ilyesmin a fejét, és sohasem tesz fel magának ilyesfajta kérdéseket, méghozzá azért, mert egyáltalán nem tartja őket fontosnak ha nekiszegeznénk a kérdést, ha rákényszerítenénk, hogy elgondolkodjon a fölött, hogy miért érez úgy valamivel kapcsolatban, ahogyan érez, akkor minden bizonyal képes volna arra, hogy egészen pontosan felsorolja az okokat. Tudod, ő az az ember, akinek a birtokában van egy drága óra, ott tartja a kandalló párkányon, de soha fel se húzza, mert az ő életében semmi jelentősége sincs annak, hogy mennyi a pontos idő. Esté. Én rákényszerítették, hogy használja az eszét, és használta is. Te ha megfigyeled, ott is a matematika, a csillagászat és a nyelvek voltak azok, amelyek érdekelték, és ezekhez a stúdiumokhoz nincs szükség képzelőerőre. Mi valamennyien arra használjuk a képzeletünket, hogy kimenekítsen minket a valóságból, hogy lehetőleg el tudjunk távolodni önmagunktól. Isabellának erre nincs szüksége, ő tökéletes harmóniában él önmagával. És nincs szüksége valamiféle bonyolultabb életformára sem. Lehetséges, hogy valamikor régen minden ember olyan volt, mint ő. Mondjuk Erzsébet királynő idejében, valahol azt olvastam, hogy akkoriban a nagy ember. Megnevezés azt jelentette, hogy az illetőnek kiterjedt birtokai jelentős vagyona volt, és nem azt, hogy lelkiekben gazdag. Azt akarod mondani, hogy az emberek akkoriban sokkal tárgyilagosabbak voltak? Hogy kevesebbet törték a fejüket? Kérdeztem. Igen, nagyjából így gondolom. Hamlet a maga állandó filozofálgatásával, a lenni vagy nem lenni magatartásával tökéletesen idegen figura lehetett az emberek szemében. A kritikusok elég sokat írtak erről. Az egyikük egyenesen azt mondta, hogy nincs magyarázat arra, hogy miért nem öli meg Hamlet a királyt mindjárt az első felvonásban, ha csak az nem, hogyha megölné, nem volna többé színdarab. Látod, hihetetlennek találják azt, hogy egy emberi jellemről is lehet színdarabot írni. Pedig manapság gyakorlatilag valamennyien hamletek és magbetek vagyunk, folyton azt kérdezgetjük magunktól, hogy lenni vagy nem lenni, Szeresának még a hangja is fáradtan csenget, amint ezt mondta, vagyis, hogy mi jobb, élni vagy meghalni. És irigyeljük azt, aki nem ilyen, mint ahogyan Hamlet is irigyelte Fortimbrast. Manapság Fortimbras az, akit senki nem értene meg. Ő az, aki nyugodtan, magabiztosan megy előre, és nem gyötri magát felesleges kérdésekkel. Tehány ilyen ember van közöttünk. Attól tartok, hogy nagyon kevés. Gondolod, hogy Izabella amolyan női fortinbras? Kérdeztem mosolyogva. Teresa visszamosolygott rám. Igen, csak nem olyan harcias. Te nagyon is céltudatos és egyéni gondolkodású. Ő aztán sohasem tenné fel magának azt a kérdést, hogy miért vagyok olyan, amilyen vagyok. Vagy hogy, mit is érzek valójában. Ugye ő pontosan, hogy kicsoda, és azt is, hogy mit érez. És mindig azt fogja tenni, amit tennie kell. Teres a hangja furcsán elhalkult az utolsó mondatnál. Vagyis fatalista, érdeklődtem. Nem erre gondoltam, rázta meg a fejét a sógornőm, hanem arra, hogy ő sohasem kerül választás elé, sohasem fogja úgy érezni, hogy valaminek kétféle megoldása is lehet. És soha életében nem lesz számára visszaút. Az isabellák csak előre tudnak menni. Nem hiszem, hogy bármelyikünknek is volna visszaút jegyeztem meg keserűen. 62 lehet, hogy neked van igazad, mondta Teresa szeliden. De azért az emberek nagy része találhatna magának kibúvót, ha akarna. Mit akarsz ezzel mondani, Teresa? Azt, hogy általában megadatik számunkra a menekülés lehetősége. De nem vesszük észre azonnal. Csak utólag, amikor visszanézünk. De azért ott van. Nem válaszoltam, csendben szívtam a cigarettámat. Gondolatban éppen megérkeztem Káróst réncsvékok télpartiára. Ott álltam az ajtóban, a szemem még nem szokott hozzá a hangulatlámpák halvány fényéhez, a szobában szálló cigaretta füsthöz. És akkor a szoba. Túlsó végében megpillantottam Jennifert. Ő nem vett észre engem, kedvesen, élénkem beszélgetett valakivel bennem pedig két érzés harcolt egymással. Egyfelől boldog voltam és diadalmas. Hiszen tudtam, hogy nekünk még találkoznunk kell, és lám csak ösztönös megérzésem helyesnek bizonyult. Az a vonatbeli találkozás nem marad elszigetelt epizód az életemben. Tudtam, tudtam, és mégis mindig boldog izgalmam dacára hirtelen rám tört a vágy, hogy sarkon forduljak és elszaladjak hogy azt a találkozást mégiscsak meghagyjam egyetlennek, amelyre egész életemben emlékezni fogok. Mint ha valaki azt súgta volna a fülembe, ez a legtöbb, amit egymásnak adhattatok a tökéletességnek ezeket a perceit. Hagyd őket érintetlenül. Ha Teresának igaza van, akkor és ott, előttem is nyitva állt a menekülés útja. Kiába, nem arra indultam. Előre mentem és Jennifer is előre ment, és ebből következett minden. Az a hit, hogy bennünket csodálatos, kölcsönös szerelem köt össze, a teherautó a Heróródon, a tolószék és a Polnörsz ház. És ezzel már vissza is érkeztem oda, ahonnan kiindultunk Isabellához. Még egy utolsó ellenvetésem volt. Te nem, Sunyi, Teresa, ugye nem, olyan rémes ez a szó. Hát, pont-pont-pont, kérdezte Teresa, Sunyi, Isabella. Vajon nem a súnyiság az első, a legkönnyebb módja a védekezésnek? Nem a ravasság-e az egyik legprimitívebb tulajdonság? A nyúl is megbúvik, hogy? Becsapjon, a fajd is igyekszik elcsalogatni a fészke közeléből. Igen, hiú, ez elementáris tulajdonságunk és az egyetlen fegyver olyankor, amikor falhoz szorítanak. Teresa felállt és az ajtó felé indult. Robert már régen lefekült. A sógornőmnek a kilincsem volt a keze, amikor visszafordult és azt mondta, és azt hiszem, hogy most már igazán eldobhatod azokat a pirulákat. Nincs rájuk szükséged többé, Teresa. Kiáltottam. Hát te tudtad, természetesen. De akkor miért? Elhallgattam, majd egy pillanat múlva azt kérdeztem. És miért gondolod, hogy nincs rájuk szükségem többé? Te hogy gondolod? Igazad van, mondtam csendesen, valóban nincs rájuk szükségem, holnap kidobom őket a szemétbe. Ennek nagyon örülök, annyit rettegtem, hogy kíváncsian néztem rá. Akkor miért nem próbáltad meg elvenni tőlem? Teresa nem válaszolt azonnal. Azért, mert vigasztalásodra voltak, igaz, mondta végre, biztonságban érezted magad, és jó volt tudnod, hogy bármikor elmenekülhetsz. Úgy van, bólintottam. Sokat számított, hogy itt voltak velem. Akkor meg hogy kérdezhetsz olyan szamárságot, hogy miért nem fosztottalak meg tőlük. Elnevettem magam, 63. Jól van, ígérem, hogy holnap kihajítom őket. Csak hogy újra élni akarsz örvendezett Teresa. Igen tűnődtem, tényleg élni akarok, ám bár fogalmam sincs, hogy miért. De így van, alig várom, hogy holnap reggel felébredjek csak azt nem tudom, hogy minek vagy kinek köszönhető ez a nagy változás, mondta Teresa elgondolkodva. AST, Lubeli életnek, Isabella Sárterisnek, vagy talán John Gabrielnek, na nem, neki aztán végképp nem tiltakoztam. Nem vagyok biztos benne, abban az emberben van valami. Van hát, valami, ami felkelti a nők érdeklődését, mondtam. Csak hogy én ki nem állhatom a hozzá hasonló konjunktúra lovagokat. Az, az ember képes volna jó pénzért eladni a tulajdon nagyanyját. Magam sem volnék meglepve, ha megtudnám róla bólintott teresa. Á sarokig sem mennék el az ő szavára dühöngtem. Valóban nagyon megbízhatatlan, mondta Teresa. Egyre jobban belejöttem Gabriel szidalmazásába, hencegő és lógó nyelvel üldözi a népszerűséget. Mindenkit kihasznál, akit csak lehet. Gondolod, hogy képes volna egyetlen igazi, érdekmentes érzésre is. Azt hiszem, igen mondta Teresa csendesen. Képes volna arra, hogy valakit igazán szeressen, de nagyon valószínű, hogy ez a véget jelentené a számára. A következő napokban sokszor eszembe jutottak a sógornőm szavai. 64. 13. fejezet hamarosan ismét akadt valami, ami megmozgatta a város társadalmi életét, a nőszövetség által rendezett. Jótékony célú vistverseny. Az ilyesfajta rendezvényekre mindig a Polnörsz házban került sor, a nagy csűrben, amely igen híres volt, el annyira, hogy gyakran felkeresték a különböző régiségekkel. Foglalkozó szakemberek lefényképezték, széltében hosszában lemérték és megcsodálták. Ilyen formán közkincsnek számított esté, jóban, és az emberek. Nagyon büszkék voltak rá. A versenyt megelőző napokban nagy volt a sürgésforgás, a Nőszövetség tagjai reggeltől estig jöttek, mentek, intézkedtek. Engem kedgesen békén hagytak, Teresa azonban időnként összehozott egyik másik. Tölgyel, hogy nekem is legyen egy kis szórakozásom. Mivel tudta, hogy kedvelem Miliburtöt, az asszonykát gyakran meghívta hozzám, és órákon keresztül cédulákat írtunk, vagy a terem feldíszítésére szolgáló papírcsíkokat ragasztgattunk. Hát így történt, hogy Miliburt elmesélte nekem az életét. Amint azt Gabriel olyan durván a szemembe vágta, az én létezésem semmi mással nem igazolható, csak azzal, ha betöltöm a szerepemet és amolyan mindig elérhető, mindig készséges hallgatóságot biztosítok a rászorulóknak. Ha semmi egyébre nem vagyok jó, erre még mindig alkalmas lehetek. Millibert szinte öntudatlanul mondta el nekem a bajait, szavai úgy csobogtak, akár egy kedves kis patak. Tengeteget beszélt Gabriel őrnagyról, ahogy telt az idő, ahelyett hogy csökkent volna, egyre erősödött a hős iránti imádata. Tudja, Norrész kapitány, annyira csodálom őt azért, hogy olyan nagyon kedves tud lenni. Olyan elfoglalt. Mindig rohannia kell valahova, csupa fontos dolgot kell elvégeznie, és mégsem feledkezik meg arról, hogy törődjön az emberekkel, és olyan kedves, csipkelődő modorban adja elő a mondani valóját. Soha életemben nem találkoztam még ilyen emberrel. Ebben biztos vagyok, mondtam kurtán. Mindenki tudja róla, hogy milyen bátran harcolt a háborúban, de ő nem büszkélkedik vele és egy teppet sem felvágós, velem is úgy beszél, mintha ki tudja milyen fontos személyiség volnék. És nem csak hozzá milyen jó, hanem mindenkihez, mindig tud egy vigasztaló szót mondani azoknak, akiknek a fiai ott maradtak a harcokban, vagy még most is burmában vannak. Igen, valósággal felvidítja az embereket, néha meg is nevetteti őket, és fogalmam sincs, hogy hogy csinálja. Bizonyára olvast a Kiplingnek a ha című versét jegyeztem meg fagyosan. Bizonyára lelkesedett Mrs. Bört. És ő is képes arra, hogy megtöltse tartalommal azt a 60 másodpercet, amelyből egy perc áll. Ó, neki nem elég hatvan, ő legalább 120 másodpercet képes belegyömözölni egyetlen percbe mondtam. Úgy szeretnék jobban érteni a politikához lelkesedett Millie Bird. minden pamfletet elolvastam, de nincs tehetségem meggyőzni az embereket arról, hogy menjenek elszavazni. Ugyan, ennek nincs is jelentősége vigasztaltam. Különben is az a véleményem, hogy nem valami etikus dolog erőszakolni a véleményünket másokra. Láttam az arcán, hogy nem nagyon érti, miről is beszélek, ezért megpróbáltam elmagyarázni neki, azt akarom mondani, hogy nem szép dolog addig unszolni valakit, amíg a meggyőződésével ellentétesen fog szavazni. Értem derült felmili. Te De valamennyiünknek az a meggyőződésünk, hogy csak is a konzervatívok képesek véget vetni a háborúnak és előnyös békeszerződéseket kötni, vagy nem így van. Iszisz. Isz. Bört, ön igazán csodálatos kis tori Gondolom, ilyen szép mondatokkal igyekszik meggyőzni az embereket is. Pili elpirult. 65. Nem, igazán nem tudok annyit, hogy a politikáról beszélgessek velük. De azt nagyon jól el tudom mondani, micsoda elragadó ember Gabriel őrnagy, mennyire őszinte, és azt is, hogy ilyen emberre van szükségünk ahhoz, hogy rendben menjenek a dolgaink hiszen éppen ez az, amire Gabrielnek szüksége van, gondoltam. Felnéztem az asszony rózsás, komoly arcára, ragyogó, barna szemeire, és hirtelen az a kényelmetlen érzésem támadt, hogy a lelkesedését talán nem csak Gabriel háborús hőstettei táplálják. És Mini, mintha megérezte volna, hogy mi jár a fejemben, hirtelen elsápat. Jim szerint közönséges bolond vagyok, mondta keserűen. Ennyi -e mondtam. Tehát miért gondolja azt, hogy? Az a véleménye, hogy annyira ostoba vagyok, hogy semmit sem bírok felfogni a politikából. És szerinte különben is hülyeség az egész. Meg azt is mondta, hogy az én munkám teljesen haszontalan, sőt ha elindulok meggyőzni az embereket, az pontosan annyit fog érni, mintha az ellentábor számára gyűjteném a szavazatokat. Mit gondol Norreis kapitány, igaza van a férjemnek. Nincs, mondtam igen határozottan. Mili felvidult. Ó, tudom én, hogy néha nagyon osztobán viselkedem. De csak olyankor, amikor félek. És Jimtől félek. Ő örömét leli abban, hogy elszomorítson. Abban, hogy... Az asszonynak megremegett az ajka, aztán váratlanul keserves zokogással borult az asztalon szétszórt fehér papírcsíkokra. Úgy sírt, mintha a szíve készülne megszakadni. Nono tehetetlenül, Nono, kedves kém. Mi az ördögöt tehet ilyenkor egy tolószékhez láncolt ember? Nem tudtam felállni, hogy oda menjek hozzá és átöleljem a vállát, még egy zsebkendőt sem nyújthattam oda neki, mert túl messze volt. Nem mondhattam zavartan, hogy, bocsánat, mielőtt észrevétlenül beteszem magam mögött az ajtót, és nem ajánlhattam fel, hogy hozok neki egy csészet át. Végeztem tehát a dolgomat, azt, ami Gabriel szerint egyedüli feladatom maradt, és bánatosan ismételgettem nono, kedves kém. Olyan boldogtalan vagyok jajdult fel, Milly. olyan rettenetesen boldogtalan, csak most látom, hogy soha nem lett volna szabad hozzámennem, Jimhez. Ugyan, nodörmöktem bíztatóan talán nem is olyan rossz ez a dolog. Olyan vidám és energikus férfi volt, örökké csak tréfált. Mindig ő jött hozzánk, amikor valami baj volt a lovakkal. Tudja, az apámnak lovasiskolája volt. És Jim olyan jól mutatott lóháton. háton. No csak, mondtam jobb híján, és akkoriban még nem ivott annyit. Illetve, lehet, hogy ivott, csak én nem vettem észre, pedig rá kellett volna jönnöm, mert az emberek mondogatták is, hogy gyakran felönt a garatra. Tehát látja, Norreis kapitány, én nem akartam hinni nekik. Olyankor az ember soha nem hisz másoknak, igaz? Bizony bólogattam. Különben is azt hittem, ha összeházasodunk, majd felhagy vele. És abban egészen biztos vagyok, hogy a jegyességünk ideje alatt egyáltalán nem ivott. Igen, ebben biztos vagyok. Nagyon is lehetséges, mondtam, egy szerelmes férfi sok mindenre képes. Nagyon durvának is tartották, de én ezt sem hittem el róla, mert hozzám mindig olyan kedves volt. Támár láttam, hogy hogyan bánt egyszer egy jóval. Egészen elvesztette a fejét. Az asszony megborzongott, és egy pillanatra lehunta a szemét. Akkor egy-két percig egészen másképpen éreztem iránta, és meg is mondtam neki, hogy nem leszek a felesége, ha így viselkedik. Tudja, olyan furcsa érzés volt egyszerre teljesen idegennek éreztem, mintha nem az én Jimem lenne. Jó vicc lett volna, ugye, ha akkor felbontom az eljegyzésünket. 66 bizonyára nem szó szerint értette, amit mondott, de azért megegyeztünk abban, hogy jó vicc lett volna és nagyon nagy szerencse. De ez az érzés elmúlt, és Jim megmagyarázta nekem, és én meg is értettem, hogy időnként minden férfi kijön a sodrából, tehát az egésznek nincs jelentősége. Tudja, azt hittem, hogy én majd olyan boldoggá fogom őt tenni, hogy soha nem fog inni, és soha nem fog kijönni a sodrából. Hiszen éppen ezért akartam olyan nagyon, hogy a felesége legyek. Hogy boldoggá tegyem. Egy házasságnak azért nem ez az egyedüli célja, jegyeztem meg csöndesen. Pili rám bámult. De ha az ember szeret valakit, akkor az az első gondolata, hogy boldoggá tegye. Ez az önszeretetnek az egyik legálnokabb formája ellenkeztem. És az egyik legáltalánosabb is. Mili szótlanul merett rám, én pedig folytatásképpen Emily Bronte szomorú, bölcs sorait idéztem, sok módját láttam már a szeretetnek, de akit szerettek, boldogtalan maradt. Te hiszen ez borzasztó. Tiltakozott az asszony valakit szeretni annyi, mint elviselhetetlen terhet rakni a vállaira magyaráztam neki. Ilyen furcsa dolgokat mond, Norrejsz kapitány Mili már csak nem kuncogott. Ügyet se vessen rám mondtam. Nem vagyok én régi módi, csak megvannak a magam szomorú tapasztalatai. Ó, szóval ön is volt már boldogtalan. Szóval ön is. Megrémített az asszony szemeiből áradó szánalom, és gyorsan visszakanyarodtam Jim Burt höz. Micsoda bal szerencse, hogy ez a millibört olyan kedves kis fajta. A legkevésbé sem alkalmas arra, hogy egy burtféle alaknak a felesége legyen. Csak hallomásból ismertem a férjét, de ennyiből is rájöttem arra, hogy a férfi a temperamentumot keresi asszonyban egyaránt. Egy házártos ír feleség kellett volna neki, az gatyába rázta volna, azt még tisztelni is képes lett volna de végzetesen kihozta belőle a legrosszabbat, ha megérezte, hogy a hatalmában tart egy állatot vagy egy embert, és szadista hajlamait csak felerősítette az, hogy a felesége sírt és félt tőle. Nagyon nagy kár, mert ez a millibört a legtöbb férfit valóban boldoggá tudta volna tenni, vagy legalábbis én így éreztem odafigyelt volna rájuk, körülhízelekte és kiszolgálta volna őket, ébren tartotta volna bennük a férfias önbizalmat és a jókedélyt. Hirtelen felötlött bennem, hogy éppen ilyen feleség kellett volna John Gabriel mellé. Lehet, hogy nem táplálta volna benne a nagyravágyást, de volt-e benne igazi nagyravágyás? viszont sikeresen kiirtotta volna belőle a keserűséget és azt az önbizalom hiányt, amely időnként minden kakaskodása mellett is erőt vett rajta. James Burt azonban elhanyagolta a feleségét, miközben nagyon is féltékeny volt rá. Ez a két dolog egyébként gyakran jelentkezik így, együtt. Megvetette az asszonyt. A gyengesége és a butasága miatt, de vadul útját állta annak, hogy bárki is baráti szándékkal közeledhessen hozzá nem fogja elhinni, Norreis kapitány, de Jim még Gabriel őrnagyról is rémes dolgokat mondott panaszkodott Milli. És miért? Csak azért, mert meghívott egy délelőtti kávéra a vörös macskába. Olyan kedves volt már, mint Gabriel őrnagy, persze, nem Jim, jó hosszan elüldögéltünk ott, pedig biztos vagyok benne, hogy lett volna ennél fontosabb dolga, és remekül elbeszélgettünk, az apámról kérdezgetett meg a lovairól, és arról, hogy milyen is volt az élet akkoriban itt, esté. Lóban, kedvesebb már nem is lehetne hozzám senki. És akkor Jim, Jim, olyan dolgokat mondott, hogy, és megint dürohamot kapott úgy, ahogy szokott. Majd kitépte a karomat, elszaladtam és bezárkóztam a szobámba. Néha 67 rettenetesen meg tud ijeszteni. Ó, oh, Norreis kapitány, én igazán olyan nagyon boldogtalan vagyok. A legszívesebben meghalnék. Ne mondjon ilyet, kedves kérleltem. De igazán, igazán. Pert látja, hát mi lesz így velem. Miben reménykedhetnék. Hiszen csak mind rosszabb és rosszabb lesz az életem. Jimnek egyre kevesebb munkája van, mert folyton részeg. És ettől még dühöttebb lesz. Félek tőle, nagyon, nagyon félek. Próbáltam megnyugtatni. Talán nem olyan sötét a helyzet, mint amilyennek ő látja. De el kellett ismernem, hogy valóban rossz sorsa van. Később elmeséltem mindezt Teresának, akit nem hatott meg különösképpen Millibört nyomorúsága. Mintha nem is érdekelne az egész, mondtam szemrehányóan. Meg kell vallanom, hiú, hogy valóban nem nagyon érdekel a boldogtalan feleségek élettörténetei félelmetesen hasonlítanak egymásra és nagyon unalmasak. No Na de Teresa, szörnyülködtem, igazán nincs benned emberség. El kell ismernem, hogy az együttérzés valóban nem túl erős oldalam felelte Teresa nyugodtan. Az a kellemetlen érzésem támadt, hogy szegény kis jószág fülig szerelmes Gabrielbe folytattam. Igen, ez nagyon valószínű, mondta Teresa szárazon. És még mindig nem tudod sajnálni. Hát, csak ezért biztos, hogy nem. Magam is azt hiszem, hogy Gabriel szeretni igen nagy élvezet lehet. Teresa, kiáltottam rémülve, csak nem vagy te is szerelmes belé. Em, mondta ő, nem és hozzátette, hogy szerencsére. Tovább erőszakoskodtam és közöltem vele, hogy amit mond, az nem logikus, hiszen éppen most mondta, hogy igen nagy élvezet lehet Gabrielt szeretni. Így is van, de ez rám nem vonatkozik. Én ugyanis világéletemben írtóztam a túlzott érzelmektől. Csak ugyan mondtam elgondolkodva, azt hiszem, igazad van. Te nem értem, hogy miért. Én pedig nem tudom neked megmagyarázni. Próbáld meg unszoltam. Hát jól van, hiú, ha neked örömet telik benne. Lássuk csak, azt hiszem, hiányzik belőlem ez a fajta ösztönösség. Elviselhetetlennek tartom azt, hogy az érzelmek uralkodjanak testemen lelkemen. Ura vagyok a tetteimnek, és elég jól uralom a gondolataimat, de bántaná a hiúságomat, igen, megalázna az, ha nem tudnék uralkodni az érzéseimen. Gondolod, hogy fennáll a veszélye annak, hogy történik közöttük valami. Kérdeztem hirtelen. Kárszlék nagyon aggódik, mert már elindult róluk a plekka, amint azt miszisz. Kárszlék volt szíves megerősíteni. Ó, az a szipírt jó. Lehet, hogy ő indította el. Lehet. De ne feledd, ő itt maga a közvélemény, a rossz indulatú, plegykát kedvelő emberek szócsöve. Szóval megértem burtöt, hogy elereszti a száját, különösen miután felhajtott néhány pohárral, ami gyakran megesik vele. Persze, mindenki tudja róla, hogy mennyire féltékeny, így nem hisznek el éppen mindent, amit mond, de amennyit komolyan vesznek belőle, az is elég ahhoz, hogy elindítsa a plegykát. Jó lesz, ha Gabriel vigyáz magára. Nem éppen óvatos fajta, jegyezte meg Teresa. Gondolod, hogy valóban számít neki ez az asszony? Teresa nem válaszolt azonnal, azt hiszem, nagyon sajnálja őt. Egyébként is könnyen meghatódik. 68. Remélem, nem hiszed, hogy ráveszi majd Milit arra, hogy elhagyja a férjét. Az igazán nagy baj volna, csak ugyan. Édes teresám, de hiszen akkor vége volna az egész komédiának. Udom. És nem volna ez végzetes? Gabrielre vagy a konzervatív pártra nézve? kérdezte Teres a nyugodt hangon. Én tulajdonképpen Gabrielre gondoltam De természetesen a párt is megszenvedné a dolgot. Nem sokat értek a politikához mondta Teresa és egy csöppet sem rázna meg az, ha egyel több munkáspárti küldött kerülne be a parlamentbe, ám bár nem szeretném, ha ezt a kijelentésemet Kárszlék is hallotta volna. Igazából csak azon töröm a fejem, hogy mit számítana mindez John Gabrielnek. Vajon csak ugyan szívére venné a dolgot, vagy éppen boldogabb emberré válna ezáltal? Te hiszem minden erejével azon van, hogy megnyerje a választásokat érveltem emelt hangon csak hogy a siker és a boldogság két teljesen különböző dolog a. És nem is hiszem, hogy valaha is egy úton fognak járni. 69.14. fejezet A vistverseny még javában tartott, amikor egy délelőtt meglátogatott Kárszlék kapitány, és kijöntötte a lelkét, tudom, hogy semmi alapja sincs a mendemondának győzködte önmagát. Természetesen egy szó sem igaz az egészből azt az asszonykát a születése óta ismerem, és tudom róla, hogy nagyon rendes, persze, szigorú elvek szerint nevelték, nem is az a fajta, aki. Tehát tudja, hogy milyenek az emberek. Minden esetre tudtam azt, milyen a felesége, és valószínűnek tartottam, hogy a kapitány számára az ő szava a mérvadó olyankor, amikor megítéli az embereket. Párszlékösvényt ösvényt gyalogolt a szőnyegbe, miközben mindegyre az orrát dörzsölgette. Gabriel jó lelkű ember, és egy kicsit kedves volt hozzá, ennyi az egész. Te nem volt elég óvatos, és ez a választások ideje alatt magbocsáthatatlanul nagy hiba. Azt akarja mondani, hogy ilyenkor nem engedheti meg magának az ember, hogy kedves legyen valakihez. Kérdeztem. Pontosan így van. Gabriel túlságosan is kedves volt hozzá még hozzá nagy nyilvánosság előtt. Együtt kávéztak a vörös macskában. Ezt nem lett volna szabad. Mi szüksége volt neki erre? De miért ne ihattak volna meg együtt egy kávét? Érdeklődtem, Kárszlék azonban mintha nem is hallotta volna a kérdésemet. Délelőttönként minden vénasszonyot szürcsölgeti a kávéját a múlt délelőtt meg keresztül kasul sétált vele a városban, sőt még a bevásárló is ő cipelte. Amint azt el is várja az ember egy konzervatív párti úriembertől jegyeztem meg csendesen. Karslik azonban most sem figyelt rám, csak mondta a magáét. Egy másik alkalommal pedig felvette az autójába, valahol a városon kívül, a Sprang Farm környékén. Úgy nézett ki a dolog, mintha valami kirándulásról jöttek volna haza. 1945-ben vagyunk, uram, nem 1845-ben figyelmeztettem. Ugyan, a világ nem változott túl sokat, legyintett Kárszlék. Persze, tudom, ott vannak azok a dobozalakú házak meg a borzas lakóik, hát azoknak az erkölcseik is mások, no de ők amúgy is a munkáspártra szavaznak majd. Nekünk azonban a szilárd elveket valló, tiszteletre méltó, régi módi embereket kell megnyernünk magunknak. Gabrielnek a jövőben vigyáznia kell magára. Fél órával később Gabriel viharzott be hozzám rettenetesen dühösen. Karszlék tapintatosan emlékeztette arra, milyen viselkedést várnak el tőle, de az ilyen figyelmeztetések rendszerint pontosan az ellenkező hatással járnak, mint azt remélni lehetne. Ez a kárszlék egy ostoba vénasszony. Volt képe olyasmiket a fejemhez vágni. Tudom, miről van szó, mondtam hidegen. Te ne haragudjon, a napnak ennek az órájában pihenni szoktam, és nem fogadok vendégeket. Micsoda hülyeség, csüvítette Gabriel, önnek nincs is szüksége pihenésre, hiszen egyebet sem csinál, mint pihen. Meg kell hallgatnia azt, amit mondani akarok, mert szükségem van rá, hogy kiengedjem magamból a gőzt, és amint azt már említettem, önkörülbelül csak ennyi hasznot tud hajtani a világban. Jó lesz, ha megjegyzi magának, amit mondtam, és a jövőben mindig készen áll arra, hogy ott legyen, amikor valaki a saját hangját akarja hallani. Ölösleges emlékeztetnie, nem felejtettem el azt, hogy milyen kedvesen figyelmeztetett maradék életem egyetlen értelmére, mondtam fagyosan. Azért mondtam, hogy egy kicsit kihozzam a sodrából. Udom. Elég durva voltam, ez igaz, de végtére is nem árt, ha megedződik. Ketven. Úgy van. Igazából jót tett nekem a neveletlensége mindeddig csupa jó akarat és tapintat vett körül, így valóságos megkönnyebbülés volt számomra, hogy végre néhány őszinte szót is hallhatok. Na, csak hogy megint van kivel beszélni örvendezett Gabriel, és már folytatta is ott, ahol abba hagyta. Hát már egy csésze sem lehet meghívni egy szomorú kis tan anélkül, hogy erkölcstelenség gyanújába ne keveredne az ember és mi a fenének kellene odafigyelnem arra, hogy mit mond rólam az a néhány fűrészpor a gyúvén ember. Azért, mert képviselő akar lenni, vagy nem. És az is leszek. Kárszlék szerint nem lesz, ha továbbra is Mrs. Burtel korzózik. Micsoda rohadt disznók tudnak lenni az emberek. Káromkodott Gabriel. Bizony, bizony bólogattam. Mintha a politika maga is nem volna óriási disznóság. Bizony, bizony visszhangoztam. Csak ne vigyorogjon, Norrejz. Ma reggel igazán kihoz a sodromból. És ha azt hiszik, hogy köztem és Missis. Bört között valami helytelenség történt, hát akkor nagyon téved. Egyszerűen sajnálom őt, ennyi az egész. Egyetlen olyan szó sem esett köztünk, amelyet ne hallhatott volna akár a férje, akár a esté. Dubeli megfigyelő brigád bármelyik tagja. Istenem, ha! eszembe jut, hogy mennyire vigyázok magamra olyankor, amikor nők társaságában vagyok. Pedig szeretem a nőket. Nagyon meg volt sértve, én pedig rájöttem, hogy a dolognak megvan a maga humoros oldala is. Az az asszony rettenetesen boldogtalan folytatta Gabriel. Fogalma sem lehet arról, igen, el sem tudja képzelni, hogy mi mindent kell kibírnia. És milyen vitézül viseli a sorsát. Űséges és nem panaszkodik, sőt azt mondja, bizonyára ő is hibás a dologban. Szeretném a kezem közé kapni azt az állatburtöt. Esküszöm, a tulajdon anyukája sem ismerne rá utána. Az Isten szerelmére, Gabriel. Kiáltottam felrémülten. Gondolja meg, ha nyilvánosan összeverekedik burtel, semmi esélye nem marad arra, hogy megválasszák. Ki tudja, nevetett Gabriel, talán megérné, ha kipróbálnám. Higgye el, hogy? Gabriel hirtelen elhallgatott, én pedig körülnéztem, hogy lássam, mi volt az, ami megállította, és megpillantottam is a Bellát. A lánya teraszajtón átjött be, köszönt és azt mondta, hogy Teresa hívta segíteni berendezni a csűrt az aznap esti összejövetelre. Remélem, megtisztel minket a jelenlétével, Sárter is kisasszony mondta Gabriel. A hangja sima volt és hízelgő, és egyáltalán nem illett hozzá. Izabella sohasem volt rá jó hatással. Igen, mondta a lány, majd hozzátette. Mindig jelen vagyunk az ilyen rendezvényeken. Azzal már el is ment, hogy megkeresse Teresát. Gabriel valósággal felrobbant. Á, hercegnő! Ilyen kegyes! Szép tőle, hogy hajlandó ereszkedni a köznéphez. Nocsak! Én mondom magának, Norreiz, egy millibört felért utatnyi felvágós Izabella Sárterisszel. Izabella Sárteris, ki ő, végeredményben. Hogy kicsoda Izabella, az nagyon is nyilvánvaló volt, Gabriel mégsem hagyta abba. Szegény, mint a templomegere. Ott lakik abban a kastélyban, amelyik bármely nap a fejére dőlhet, és többnek képzeli magát mindenkinél. Nem csinál semmit, csak kóvályog idoda, és azt reméli, hogy majd megjön a kastély drágalátos örököse és feleségül veszi. A pasas sose látta őt, és neki se számít, hogy milyen az illető, de azért hozzámen feleségül. Hányok tőle, Norrejz, igen, hányok tőle. Felszalagozott pincsi kutyák, igen, semmi több. Dédi esté, jó, de mit jelent manapság Lédi esté? Jónak lenni hiszen ennek az egésznek régen lejárt az ideje. Komédia, igen, operet, semmi több. Gabriel, ön valóban rossz térfélen játszik. Te megbeszédet tudna mondani Wilbrehem híveinek. Miért nem megy közéjük? 21. Gabriel meg se hallotta a szavaimat. Maga elé merett, úgy folytatta. Egy ilyen lány számára Millibört nem több, mint az állatorvos felesége. Olyan valaki, akihez kegyesen le kell ereszkednie, ha a politikai élet úgy kívánja, de arra már nem méltó, hogy meghívják egy teára a kastélyukba. Nem, arra már nem méltó. Pedig én. Mondom magának, Norreiz, Millibert felér, ha ilyen nyársat nyelt is a bellával. Kérem, Gabriel, hagyjon magamra. Nem bánom, mondjon, amit akar, de én mégiscsak nagyon beteg vagyok, és ragaszkodom ahhoz, hogy pihennem kell. És ma nagyon fárasztónak találom az önjelenlétét. 72.15. fejezet Mindenkinek volt valami mondani valója a Milibur John Gabriel ügyjel kapcsolatban, és előbb vagy utóbb mindenki elmondta a véleményét nekem. A Pistversenyre való készülődések közepette az én szobám olyan zöld szobává változott, az emberek bebetértek hozzám egy csészete ára vagy egy pohár serrire. a persze útjukat állhatta volna, ha akarja, de nem akarta, és én örültem ennek, mert egyre jobban érdekelt ez a gyorsan növekvő dagadó, plegykából, rossz rosszakaratból és féltékenységből összezagyvált zavaros szótenger. Nekem az volt a véleményem, hogy Minibört és John Gabriel között csak a szokványos érzelmek dúltak. Barátság és szánalom a férfi a hős iránti rajongás az asszony részéről. Mégis, ha tetszett, ha nem, el kellett ismernem, hogy a jelenlegi helyzetük legalábbis csírájában tartalmazta mindazt, amit az emberek rosszmájúan feltételeztek róluk. Igaz, hogy még nem vétett semmit, Millibert mégis, félig meddig szerelmes volt Gabrielbe, akár tudott erről, akár nem. Gabriel pedig érzéki természetű férfi volt, így aztán lovagias védelmező hajlamai bármelyik pillanatban szenvedélyén nőhették ki magukat. Sőt úgy gondoltam, ha nem. Volnának a választások, a barátságuk már régen szerelemmé változott volna. Gyanítottam, hogy Gabrielnek nagy szüksége volt arra, hogy szeressék és egyszer, mint csodálják. A lelkesötét katakombáiban lappangó méreg nyugton maradt mindaddig, amíg volt ki dédelgetnie és védelmeznie. Milib pedig pontosan az a nő volt, akinek védelemre és dédelgetésre volt szüksége kisé cinikusan úgy gondoltam, hogy ez még a nemesebb fajtából való házasságtörés volna, amelynek nem a kész szolgálna alapul, hanem a szerelem, a jóság, a szánalom és a hála. De kétség kívül azért megmaradna a házasságtörés ténye és a esté. Rubeli szavazók nagy többsége bizonyára nem volna tekintettel a körülményekre, és vagy a fedhetetlen életű miszter. Wilbrahamra adná a szavazatát, vagy egyszerűen otthon maradna, és el se menne szavazni. Jól vagy rosszul, de Gabrielnek önmagáért kellett harcolnia, mert a szavazóknak reá kellett voksolniuk, és csak rajta keresztül Winston Churchillre. És John Gabriel most nagyon vékony égen táncolt. Talán nem is volna szabad beszélnem róla kezdte Lady Tressilien. Alig kapott levegőt, mert nagyon sietett, hogy ide érjen kigombolt a szürke flanel kabátját és hálásan belekortyolt a megboldogult émit regellis kisasszony porcelán csészéjében felszolgált tába. Halkan beszélt, mintha összeesküvésben venne részt. Nem tudom, mondták-e már önnek. Szóval hallotta-e már, hogy Missis? Bört és a mi jelöltünk. Úgy nézett rám, mint egy rémült kis spániel. Igen, attól tartok, hogy már beszélnek róla egy keveset feleltem. Jaj Istenem, bár csak hallgatnának. Olyan kedves kis asszony az a Millibört, igazán olyan aranyos. Egyáltalán nem az a fajta, aki. Egy szóval csak azt akartam mondani, hogy az emberek nagyon igazságtalanok. Hiszen ha volna valami abban, amit róluk mondanak, úgy értem, ha valami helytelen tennének, akkor gondjuk volna rá, hogy titokban csinálják, és nem tudná meg senki abból is meglátszik, hogy nincs rejtegetni valójuk, hogy olyan nyíldan. Fáem, barátkoznak. Ebben a pillanatban megérkezett az energikus Missis. Digem Sárter is, aki tele volt haraggal, micsoda hanyagság. Károgta, az a bört teljesen megbízhatatlan. Egyre többet iszik, és ez kezd meglátszani a munkáján is. Mindig is tudtam, hogy a kutyákhoz nem ért semmit, de a farmerek esküdtek rá, ha lovakról meg tehenekről volt szó. Most meg azt kell hallanom, hogy Polnáti tehene elpusztult, mert nem tudta megszülni a borját, és ez a bört is vigyázatlan volt. És miatta döglött meg a belléig kancája is. Bört még nagyon megüti egyszer a bokáját, ha nem vigyáz. 73 éppen Milliburtről beszélgettünk Norreis kapitányjal szólt közbe Lady Tressilian. Azt kérdeztem tőle, hogy hallotta-e már azt a dolgot. Az egész egy nagy szamárság jelentette ki Missis. Bigem Sárter is ellentmondást nem tűrő hangon. És mégsem lehet figyelmen kívül hagyni. Az emberek mostanában azt beszélik, hogy börtön miatt tiszik annyit. És ez megint csak szamárság. Gabriel őrnagy még nem volt sehol, amikor ő már ívott, mint a kefekötő és verte a feleségét. Ennek ellenére valamit tenni kell. Valakinek beszélnie kellene Gabriel őrnaggyal. Azt hiszem, Kárszlék már beszélt vele, szólaltam meg. Az az ember nem alkalmas az ilyesmire. El tudom képzelni, hogy feldühítette Gabrielt. Hát igen, mondtam. Eléggé felhúzta. Gabriel egy jó bolond jelentette ki Missis. Igen sárter is, vajból van a szíve, és ez elég nagy baj. Fáem, inkább az asszonnyal kellene beszélni. Megemlíteni neki, hogy jó volna, ha távol tartaná magát tőle, amíg a választások el nem múlnak. Azt hiszem, szegénykének fogalma sincs arról, hogy miket beszélnek róla. Írtelen. Megtennéd, Agnes, Rédi Tresszilien elvörösödött, na de igazán, mu mekegte, azt sem tudnám. Hogy fogjak hozzá? Biztos vagyok benne, hogy a legkevésbé sem vagyok alkalmas arra, hogy én beszéljek vele. Hát azt pedig nem kockáztathatjuk meg, hogy Missis Kárszlék álljon levele beszélgetni. Az a nő személy csordultig tele van méreggel. Nocsak, nocsak lelkendeztem egyetértően. És gyanítom, hogy ő indította útjára az egész szóbeszédet. Jaj, mó, hogy mondhatsz ilyet. Biztosan nem tenn olyasmit, amivel csökkentheti a jelöltünk esélyeit. Lehet, hogy téged meglep, amit mondani fogok, mó szónokolt Missis. Bigem sárter is komoran, de én már nem egyszer tapasztaltam ilyesmit. Ha egy nő gonosz akar lenni, akkor semmire sincs tekintettel, még a tulajdon férje érdekeivel sem törődik. És ha kíváncsi vagy a véleményemre, hát megmondhatom neked, hogy Missis lék maga is szívesen vette volna, ha Gabriel figyelemre méltatja. Ó, kiáltott fel Lady Tresszilien elszörnyedve. Kérdezd csak meg Norreis kapitányt, hogy mi a véleménye. A pálya szélén állók látnak a legtöbbet a játékból. Mindkét hölgy várakozóan fordult felém. Természetesen eszembe se jutott, hogy... Kezdtem, aztán meggondoltam magam, és így folytattam, azt hiszem, Missis. Sárter is, hogy teljes mértékben igaza van. Felrémlett előttem Missis. Kárszlék, újra hallottam elharapott megjegyzéseit, és be kellett látnom, akármennyire hihetetlennek is tűnik, nagyon is valószínű, hogy nem csak semmit sem tett azért, hogy a szóbeszédnek útját állja, de minden bizonyal maga is terjesztette a plegykát. Mi csodauntok világban élünk, kűnődtem, Missis. Vigem Sárter is egyenesen a szemembe nézett, és úgy mondta. Norreis kapitány, ön a legalkalmasabb személy arra, hogy észre térítse Mili Burtöt. Nem, erről szó sem lehet. Kiáltottam. Mili kedveli önt. Azon kívül ön, mint minden. Fám, Az ön helyzetében lévő ember bizonyos értelemben kivételes helyzetben van. Ezzel én is egyetértek lelkesedett Lady tressilien, ami érthető is volt, hiszen ő ilyen formán megmenekült a kínos feladattól. Nem, erről szó sem lehet jelentettem kihatározottan, de Lady tressilien már felállt. Mili éppen a csűrt díszíti, mondta nyugodtan. Megyek és szólok neki, hogy ön várja egy csészete ára. Egy szót sem fogok szólni, neki erősködtem. 74 de fog, mondta Missis. Bigem Sárter is, aki nem hiába volt tábornok közvegye. Valamennyiünknek tennünk kell valamit azért, hogy nehogy azok a rémes szocialisták nyerjék meg a választásokat. Segítenünk kell a drága miszter. Törcsilnek győzködött Lady Tresszilien is, azok után, amit ő tett a hazáért. Törcsil megnyerte nekünk a háborút, jelentettem ki, és most már jobban tenné, ha az emlékiratait írná egyike a legjobb tollú íróknak, akik valaha is éltek. Igen, pihenje csak ki a fáradalmait, a békét majd a munkáspárt is összekutyulja valahogy. Ekkorra Missis, Bigem Sárter is már határozott lépésekkel eltávozott a teraszajtón keresztül, és én csak Lady Tressilian-nak magyarázhattam tovább, hogy csörcsére ráférne egy kis pihenés. Te gondolja csak el, micsoda felfordulást csinálna a munkáspárt rémüldözött Lady Tressilien. Gondolja csak elön, hogy mit tudna bárki is tenni egy akkora felfordulás után, mint ez a háború makacskodtam. Csak ugyanazt hiszi, hogy mi jobban végeznénk a dolgunkat. Lépéseket hallottam odakintről, és ettől teljesen pánikba estem. Ami pedig Milit illeti, nyilvánvaló, hogy önnek kell beszélnie vele. Az ilyesmi mindig másképpen hangzik egy nő szájából. Dédi megállás nélkül rázta a fejét, nem, nem, nem. Maudnak igaza van. Ön a legalkalmasabb személy arra, hogy? Biztos vagyok benne, hogy Mili meg fogja érteni önt. Missis, Bigem Sárter is úgy terelte befelé Mili burtöt, akár a rombolóhajó a kiskereskedelmi fregattot. Megérkeztünk jelentette. Ott van a tea, töltsön magának, és szórakoztassa egy kicsit Norreis kapitányt. Agnás, kérlek, szükségem volna rád egy kis időre. Megmondanád, hova tetted a kiosztásra váró díjakat. A két hölgy sietve eltávozott. Millibört kitöltötte magának a teát, majd leült mellém. Egy kicsit zavarban volt. Ugye nincs semmi baj. Nézett rám agodalmasan. Ha nem így kezdi, talán megúszom a dolgot, de ez a mondat megkönnyítette számomra a rámerőltetett feladatot. Ön nagyon kedves asszony, Mili kezdtem, de gondolta valaha is arra, hogy az emberek általában nem olyanok, mint ön. Mit akar ezzel mondani, Norreis kapitány? Értetlenkedett Mili. Na, ide figyeljen szomorodtam neki a dolognak. Tud róla, hogy az emberek mindenféle undorító dolgot beszélnek önről meg Gabriel őrnagyról. Mili rám mered. Rólam meg az őrnagyról. Kérdezte. Lassan a haja tövéig elvörösödött. Ettől én is zavarba jöttem, és elfordítottam a fejemet. Azt akarja mondani. Kezdte lassan Milli, hogy nem csak Jim, hanem mások is. Hogy tényleg azt hiszik, hogy? A választások előtt a jelöltnek nagyon óvatosnak kell lennie, magyaráztam, miközben utáltam önmagamat. Szent pár szavaival élve a rossznak még az árnyékát is el kell kerülnie. Ért engem, Milli, az embereknek pedig elég egy ártatlan kávézás a vörös macskában vagy az, hogy Gabriel segített önnek cipelni a bevásárló és már is elfordulnak tőle. Az asszony nagyra nyílt, rémült szemekkel nézett rám. De ön, ön ugye elhiszi nekem, hogy soha, érti, soha nem történt közöttünk semmi, ami. Hogy ő soha nem mondott egyetlen olyan szót sem, amit. Hogy egyszerűen csak jó volt hozzám, nagyon, nagyon jó. Ennyi történt, ennyi, és nem több. 75, természetesen én tudom, hogy mi az igazság, nyugtattam Millit. De egy képviselőjelölt még annyit sem engedhet meg magának, hogy jó legyen valakihez. Látja, mondtam keserűen, hát így néz ki közelről a mi tiszta politikai életünk. Ávilág világ kincséért sem akarnék ártani neki, ajgatott Millit. Ebben biztos vagyok, mondtam esetlenül. Mini könyörgő szemekkel nézett rám, de hát mit tehetnék, hogy helyrehozzam a dolgokat? Azt ajánlom, hogy amíg a választások le nem zajlanak, tartsa magát távol tőle. Próbálja meg elkerülni azt, hogy nyilvánosan együtt mutatkozzanak. Az asszony hevesen bólogatott, persze, persze. Nagyon hálás vagyok önnek, hogy felhívta a figyelmemet erre, Norrész kapitány. Azt hiszem, magamtól soha nem jöttem volna rá. Ugye, én, ő, olyan csodálatosan jó volt hozzám. Felállt, és minden a lehető legjobban végződött volna, ha Gabriel nem pontosan ezt a percet választja ki arra, hogy belépjen. Keló, rikkantotta. mi újság erre felé. Éppen most jövök egy ülésről, ahol reketre dumáltam magam. Kaphatnék egy serrit szívesebben vennék egy pohár viszkit, de innen az anyák összejövetelére megyek, és ott nem fújhatom az alkoholt a képükbe. Bennem kell dadogta Mili. Viszontlátásra, Norreis kapitány, viszontlátásra, Gabriel őrnagy. Ké, várjon, elkísérem szólt utána Gabriel. Nem, nem, kérem. Nagyon sietek. Rendben van, akkor feláldozom a serritkedélyeskedett az őrnagy. Te, Millinek piros volt az arca, és majd nem sírt. Nem akarom, hogy velem jöjjön. Egyedül akarok elmenni. Kiáltotta, és kiszaladt a szobából. Gabriel szembe fordult velem, ki beszélt vele. Maga. Igen, én. Hogy jön ahhoz, hogy beleüse az orrát az én dolgomba. Egy fikartnyit sem érdekelnek a dolgai. Itt a konzervatív párt érdekeiről van szó. És mióta törődik maga a konzervatív párt érdekeivel? Ha jól belegondolok, igaza van. Egyáltalán nem érdekelnek a párt dolgai. Hát akkor. Ha mindenáron tudni akarja, én is kedvelem ezt a kis missis. Burtötés tudom, hogy ha maga elveszíti a választásokat, és ezt az emberek összefüggésbe hozzák majd a mihez fűződő barátságával, akkor ez az asszony nagyon boldogtalan lesz. Ezért nem lehet elveszíteni egy választást. Gabriel, ez nagyon is lehetséges. Ön alábecsüli a képzelet hatalmát. Gabriel leszekte az állát. Kiültette a bogarat a fülébe, hogy beszélni kellene vele. Isis, Digem Sárter is és Lady Tresszilien. Ó, az a két vén boszorka. És gondolom, benne volt a dologban Lady Esté. Jó is. Nem, neki semmi köze az egészhez mondtam ha megtudnám, hogy ő volt az, aki parancsolgatott, megfognám Milit, elvinném magammal egy egész hétvégére és pokolba velük. És ezzel szépen vége is volna mindennek, mondtam elégedetten. Te úgy tudom, meg akarja nyerni a választásokat. Gabriel már visszanyerte a jó kedélyét. Célesen elvigyorodott. Hát persze, és meg is nyerem. 76. fejezet. A nyár legcsodálatosabb éjszakája volt. A nagy csűrben nyüzsögtek az emberek. Volt ott minden, állarcos bál, tánc és vistverseny. Teresa engem is eltolt oda, hogy egy kicsit nézelődjek. Mindenki vidámnak látszott. Gabriel formában volt, elvegyült a nép közt, beszélgetett, vicceket mondott és szellemeskedett. Vidám volt és magabiztos, és szinte túlzottan figyelmes a hölgyek iránt, amitől én elhúztam a számat. Te a jókedve ragadósnak bizonyult, így hát minden a lehető legjobban ment. Ott volt Lady esté. Jó is, ösztövér, méltóság teljes jelenlétét mindenki megtisztelőnek érezte. Rájöttem arra, hogy az emberek féltek ugyan tőle, de szerették. A Lady sohasem habozott kimondani a véleményét, de tudott nagyon jó is lenni, méghozzá feltűnés nélkül, és igencsak a szívén viselte a város gondjait. A kastélyt mindenki tisztelte. A háború elején, amikor olyan sok embert evakuálni kellett, és az ügyükkel foglalkozó tiszt már a haját tépte esésében, hogy hova szállásolhatná el őket, kurta, határozott hangú levelet kapott Lady St. Lútól, amelyben a hölgy arról érdeklődött, neki miért nem jutott az otthon nélkül maradottakból. Mr. Pengeli ötölt hatolt, hogy nem akarta zavarni a nyugalmát, hiszen egyik másik gyerek bizony zajös és haszontalan, de lédi esté. Lút mindez nem érdekelte. Természetesen mi is ki akarjuk venni a részünket a dologból. Minden nehézség nélkül el tudunk szállásolni. Öt iskolás gyereket vagy két gyerekes anyát, ahogy óhajtják. A gyerekes anyákkal nem volt szerencséjük. A két londoni asszonyt megrémítették a kastély visszhangzó folyosói, borzongtak és szellemeket láttak minden sarokban. Amikor a tenger felől elindult a szél, reszketve bújtak össze, mert a kastélyban bizony nem volt valami fényes a fűtés. Mindent összevéve, a hely valóságos rémálomnak tűnt nekik a londoni bérkaszárnya otthonos, meleg nyüzsgése után így aztán hamarosan eltávoztak, és a helyükre iskolás gyerekek kerültek, akik a kastélyt életük legizgalmasabb élményének tekintették. Megmásztak a romos falakat, fáradhatatlanul kutattak titkos, föld alatti folyosók után, és örömüket lelték a kongó szobákban. Kibírták Lady Tresszilien anyáskodását, egyszerre imádták és tisztelték Lady Esté. Lút, és megtanulták Missis. Bigem Sárteristől, hogy nem szabad félniük a lovaktól és a kutyáktól. No és természetesen igen jóban voltak a szakácsnővel, aki mindenféle finomságokkal kényeztette őket. DDST jó két ízben jelent meg az elszállásolásokkal foglalkozó irodában. Megtudta, hogy néhány gyermek, akiket távoli farmokon szállásoltak el, nem részesült megfelelő ellátásban. Az volt a véleménye, hogy a szóban forgó farmerek nem szeretik a gyerekeket, és nem is megbízhatóak, ezért ragaszkodott ahhoz, hogy az ügyet kivizsgálják. Ez meg is történt, és a hatóságok úgy találták, az egyik esetben a gyermekeket nagyon hiányosan táplálták, a másik esetben eleget kaptak enni, de piszkosak és elhanyagoltak voltak. Mindez nagymértékben növelte a kastély és az idős hölgy tekintélyét az emberek előtt. Lám csak, nem hagyja, hogy rosszul menjenek a dolgok, mondogatták. Tédi esté, jó nem maradt túl sokáig, hamarosan eltávozott a hugával és a sógornőjével együtt. Isabella azonban itt maradt, hogy segítsen Teresának, Missis, Kárszléknek és a többi hölgynek. Én magam úgy húsz percig időztem odalent, azután Robert visszakarikázott velem a házhoz. Megkértem, hogy állítsa a székemet a teraszra. Peleg, holdfényes éjszaka volt. Itt maradnék, mondtam. Tendben van. Hozzak neked egy takarót. Nem, köszönöm. Peleg van. Robert bólintott, majd sarkon fordult, és visszament a csűrbe, ahol még dolga volt. Csöndben szívtam a cigarettámat. Kirajzolódtak előttem a kastély körvonalai, a háta mögött ott hullámzott a holdfényben ragyogó tenger, és ez a látvány most szimpadiasabbnak tűnt, mint valaha. A csűr felől zene, emberi hang és nevetés hallatszott, mögöttem a nagyház 77. Csötét volt és elhagyatott, egy kivételével minden ablakát becsukták, és úgy tűnt, a holdfénye ezüst ösvénnyel köti össze a kastélyjal. Képzeletemben fénylő páncélba öltözött lovag lépkedett ezen az ösvényen, természetesen lóháton. Ő volt esté, lói fiúra, aki íme hazatért. Ilyen kár, hogy a katonai egyenruha távolról sem olyan romantikus, mint a páncél. Az emberek távoli zajával nagyon jól megfértek a nyári éjszaka neszei, apró bogarak milliói ciripeltek, levelek susogtak a könnyű szélben, bagoly huhogott valamelyik ágon. Bennem pedig valami furcsa elégedettség kezdett ébredezni. Igazat mondtam Teresának, ismét volt kedvem élni. A múltam és benne Jennifer gyönyörű, de anyagtalan álommá vált, köztük és jelenlegi nem között ott volt a fájdalom, a sötét kétségbeesés, a fásult beletörődés és most ez az újraéledő életkedv. Nyilvánvaló volt, hogy régi életemet nem folytathatom ott, ahol abba hagytam. De milyen lesz az új életem? Ki ez az új Junior rejz, és mi dolga lehet ezen a földön? kezdett nagyon érdekelni, hogy mi az, amihez értek, amihez foghatnék, és mi az, ami leginkább sikerülhet nekem. Ekkor megpillantottam egy magas, fehér ruhás alakot. Kijött a csűrből és elindult felém. Azonnal megismertem is a Bellát. Feljött a teraszra, és leült a szokott helyére. Tökéletessé vált az éjharmóniája. Sokáig egy szót sem szóltunk. Én nagyon boldog voltam, és ezt a boldogságot nem akartam szavakkal megtörni. Még gondolatokkal sem. Amikor azonban egy váratlan széroham, amely a tenger felől söpört végig rajtunk, összeborzolta a lány haját, és ő felemelte a kezét, hogy egy tincset kisimítson az arcából, megtört a varázs felé fordultam és láttam, hogy merül nézi azt a holtsugarat, amelyet én is megbámultam az előbb, mert úgy éreztem, hidat közénk és a kastély közé. Rupertnek ma kell megérkeznie, mondtam. Igen, mondta Isabella, és a hangjában, mintha egy csöpnyi feszültség érződött volna. Meg kellene érkeznie. Én már el is képzeltem, hogyan lépked fehér lován, csillogó vértben de azt hiszem, mégis inkább egyenruhában fog jönni. Meg kell érkeznie. Istenem, meg kell érkeznie minél előbb. Suttogta a lány csak nem kétségbe esett hangon. Nem tudtam, hogy mire gondolhat, de elöntött valami érthetetlen nyugtalanság. Féltettem őt. Ne vegye nagyon a szívére, ha nem érkezik meg. A dolgok néha balul ütnek ki. Igen, azt hiszem, néha nagyon balul ütnek ki az ember számít valamire, aztán kiderül, hogy elszámítottam magát. Rupertnek meg kell jönnie, meg kell jönnie minél hamarabb ismételgette Isabella. Szerettem volna megkérdezni tőle, hogy mitől fél, de ebben a pillanatban megérkezett Gabriel. Norra Norreis küldött jelentette, hogy megérdeklődjem, nincsene valamire szüksége. Hozzak egy pohár italt. Nem, köszönöm, nem kérek semmit. Biztos. Egészen biztos. Úgy tűnt, Gabriel nem akarja észrevenni is a Bellát. Hozzon magának, ha gondolja biztattam. Nem, köszönöm, én sem kérek. Kis ideig csend volt. Aztán Gabriel folytatta. Micsoda éjszaka. Ilyen volt az is, amelyen a fiatal Lorenzo. Satöbbi, satöbbi elnevette magát. Ismét hallgattunk. Kark zeneszó szűrődött át a lombokon. Gabriel Isabella felé fordult, volna kedve táncolni, sárter is kisasszony. Isabella felállt és halk udvarias hangján azt mondta, 78 köszönöm, örömmel. Elindultak egymás mellett, kicsit mereven, szótlanul. Eszembe jutott Jennifer. Vajon hol lehet most, és milyen lehet az élete? boldog -e vagy boldogtalan? Találta -e valaki mást helyettem? Nagyon reméltem, hogy igen. Egy csöpp fájdalmat sem éreztem, amikor rá gondoltam, mert annak a Jenifernek, akit én ismertem, semmi köze sem volt az igazi Jenniferhez. Én találtam ki, a magam örömére, és nem érdekelt, hogy milyen is ő a maga valójában. Közte és köztem ott állt az a Hugh Norrész, aki mindenáron gondját akarta viselni. Van egy halvány, gyermekkori emlékem, lassan, óvatosan igyekszem lefelé egy lépcsősoron még a saját vékony hangocskámat is hallom valahonnan, messziről, Hugh megy lefelé. Hugh megy lefelé, a gyermek csak később tanulja meg azt a szót, hogy én, és ez a szó nem is hatol be mélyen a lelkébe. Használja ugyan, mégis kívülről tekint önmagára. Különböző szerepekben látja önmagát. Hugh, amint jennifer vigasztalja, Hugh, aki Jennifer számára többet ér mindennél, Hugh, aki boldoggá teszi majd jennifer és kárpótolja őt minden rosszért, ami valaha is megesett vele. Éppen, mint Millie Bird villant át az agyamon. Millie is azért ment feleségül Jim mert boldoggá. Akarta tenni, ki akarta gyógyítani az iszákosságából, és közben nem törődött azzal, hogy milyen is az a férfi valójában. És mi van John Gabriellel? csajnálja azt az asszonykát, fel akarja vidítani, jó hozzá, segíteni akar rajta és Teresa. Ő férjhez ment Roberthez és. Na nem, ez nem megy. Teresa valódi felnőtt. Ő megtanulta azt a szót, hogy én. Két alakot láttam kijönni a csűrből, de nem felé indultak, hanem lefele az alsó teraszhoz vezető lépcsőkön a kert felé. Tovább szórakoztattam magam az előbbi gondolatmenettel. Védit azt a szerepet játszotta, hogy érdekli őt az életem, és segíteni fog nekem visszatérni az életbe. Isis, Bigem Sárter is úgy tekint magára, mint olyan személyére, aki mindig tudja, hogy mit kell tennie, mert a tulajdon szemében ő már mindörökre a tábornok méltó felesége marad. No de miért baj ez, a fenébe is. Elég nehéz az élet, szükségünk van egy kis álmodozásra. Vajon Jenifernek is voltak álmai? Ki volt ő tulajdonképpen? Megpróbáltam-e valaha is ezt kideríteni? Vagy olyannak láttam őt, amilyennek látni akartam, az én hűséges, szomorú, csodálatos Jeniferemnek? Mi volt igaz mindebből? Nem is volt olyan csodálatos, és ha jól meggondolom, a hűségéhez is szó férhet. Szomorúnak mindenképpen szomorú volt, olyan elszántan szomorú eszembe jutott, hogy kínoszta magát, amikor meglátta az én összetört testemet. Minden az ő hibájából történt, mindennek ő volt az oka. De ez is csak. Azt jelentette, hogy Jennifer önmagát akarta tragikus szerepében megtartani. Minden rossznak csak is ő lehetett az oka, ő a bajós, bánatos figura, akinek semmi sem sikerül, aki mindenkit tönkretesz. Mennyire hasonlít hozzá ez a kis Millie Bird? és hirtelen visszatértem a józan jelenbe. Millibört nem jött el ma este. Lehet, hogy jól tette. De az is lehet, hogy a hiányát éppen úgy szóvá teszik majd. Összeborzongtam. Mi történt velem az előbb? Elaludtam. Most már sokkal hűvösebb volt. Ekkor léptek zaját hallottam. John Gabriel volt. Bizonytalan, dülöngélő léptekkel igyekezett felém. Berugott. Amikor odaért hozzám, elképettem. A részegség minden jele ott volt rajta, de nyilvánvalóan nem az alkohol vette el az eszét. Túnya, kocsmai nevetést hallatott. Na hát, ez a lány. Mondta reket hangon, alig artikulálva a szavakat. Ez a lány. Mondtam én, hogy ez is csak olyan, mint a többi. A feje a csillagok közt van, de a lába csak a sárban tapos. Miről beszél Gabriel? szóltam rá élesen. Ivott, Gabriel tovább nevetett, 79 hát ez remek. Tehogy ittam. Vannak az italnál is jobb dolgok. Büszkék, felvágósak, de azért jók. A finom hölgy, aki nem vegyül el a köznép közé. Na, én megmutattam neki, hogy hol a helye. Lecibáltam a mennyországból és ráibresztettem arra, hogy ő is csak porból vétetett. Mondtam én magának, ugye, hogy ő se szent. Olyan szájjal, mint az övé, nem is szenteskedhet valaki. Ember ő is, mint mindenki más. Higgye el. Nekem, mindegy, hogy kivel fekszik le, olyan egyformák az asszonyok. Annyira egyformák. Tettenetesen dühös lettem, megmondaná végre, hogy miről beszélt. Kiáltottam rá. Gabriel már hahodázott, hát arról, hogy milyen jól szórakoztam. Igen, szórakoztam, remekül éreztem magam, a magam módján persze, de higgye el, nagyon jó mód az. Ka bármilyen formában megsértette azt a lányt. Lány, asszony az uram, tudja, mit akar, vagy legalábbis, hogy mit kellene tennie. Tekem aztán elhiheti, igazi asszony. Nevetett, és ez a nevetés évekig vízhangzott bennem. Konosz nevetés volt, ijesztő, undorító. Attól a pillanattól kezdve gyűlöltem őt. Borzasztó volt érezni, hogy nem tehetek semmit, mert mozdulatlanságra vagyok kárhoztatva. Ezt ő is értésemre adta egy megvető, gúnyos pillantással. Nem tudok visszataszítóbb jelenséget elképzelni annál, amilyen John Gabriel volt azon az éjszakán. Még akkor is nevetett, amikor lassú, bizonytalan léptekkel eltávolodott mellőlem. Veszeddűvel néztem utána néhány perccel később, amikor én még mindig a tulajdon tehetetlenségem fölött keseregtem, ismét lépteket hallottam a közelemben. Könnyű, halk lépteket. Izabella volt. Feljött a teraszra, és leült a székem mellé a kőpadra. A mozdulatai most is nyugodtak voltak és magabiztosak, mint máskor, és épp oly csöndesen üldögélt, mint eddig minden alkalommal. Mégis, tökéletesen tisztában voltam azzal, hogy ez nem a régi. Izabella. Biztosan tudtam, éreztem, hogy nagy lelkíválságban van, de fogalmam sem volt, hogy milyen gondolatok járhatnak a fejében. Talán ő maga sem tudta. Izabella, kedvesem, dadogtam, valami baj van. Magam sem tudtam pontosan, hogy mit is akarok kérdezni tőle, ő mégis azonnal válaszolt, nem is tudom. Néhány perc múlva megfogta a kezem. A bizalomnak és szeretetnek ezt a gesztusát soha nem fogom elfelejteni. Hallgattunk. Csak nem egy órán keresztül ültünk így, akkor odalent kezdett felbomlani a társaság. Ői hangok gratuláltak egymásnak a jól sikerült összejövetelért, megállapítva, hogy minden a lehető legjobban ment. Az egyik hölgy hazavitte is a bellát az autójával. Mintha álmodtam volna az egészet. 80 fejezet. Azt hittem, hogy Gabrielt ezek után néhány napig nem fogom látni, de ő kiszámíthatatlan volt. 11 óra előtt néhány perccel besétált a nappali szobámba. Reméltem is, hogy egyedül találom, kezdte. Azt hiszem, tegnap éjjel eszeveszett nagy bolondot csináltam magamból. Ez az önmeghatározása, mondtam hidegen. Én erősebb jelzővel élnék, rettenetes nagy disznónak nevezném. Mit mesélt magának az alány? Semmit, ő semmit. Feldult volt, haragudott, az Isten itt neki, valamit mégiscsak kellett mondania. Majdnem egy órán keresztül ott ültek egymás mellett. Egy árvaszót sem szólt erősködtem. Istenem, bár csak sose, hirtelen elhallgatott. Mondja, ugye nem képzeli, hogy elcsábítottam. Semmi ilyesmi nem történt, esküszöm az égre. Csak egy kicsit. No, oh, hát egy kicsit. Szerelmeskedtem vele. Goldfény, szép lány, mással is megesett már ilyen. Nem válaszoltam, de Gabriel jobban értett a hallgatásomból, mint bármilyen hosszú tirádából. Igaza van, nem is vagyok túl büszke magamra, de az a lány megbolondított. Attól a perttől kezdve, amelyben megláttam, a bolondja vagyok. Mindig olyan fenséges érinthetetlenségben ült ott. Hát ezért akartam szerelmeskedni vele a múlt éjszaka még hozzá nem is valami szépen. Ha tudni akarja, eléggé megvadultam. Te ő sem maradt közömbös, Norreiz. Ő is csak ember. Éppen olyan ember, mint azok a kis rongyok, akiket úgy szed fel az ember esténként. Gondolom, most utál engem. Nem is aludtam egy szemhunyást sem. Idegesen sétált fel és alá, biztos benne, hogy semmit sem mondott. Hogy egyáltalán semmit sem mondott. Azt hiszem, ezt már kétszer megmondtam, sűvítettem feléje. Gabriel a fejéhez kapott. A mozdulat nevetséges is lehetett volna, ám az adott körülmények között inkább tragikusnak hatott. Soha nem tudom, hogy mi áll a fejében. Nem tudok róla semmit. Soha nem érhetem el. Éppen olyan, mint azok az alakok azon az átkozott frízen, ott pisában. Az üdvözültek, akik mosolyogva ülnek a mennyország fái alatt. Le kellett őt rángatnom a földre. Muszáj volt. Nem bírtam tovább. Higgy el, nem bírtam tovább. Meg akartam alázni, azt akartam, hogy szégyelje magát. Azt akartam, hogy együtt legyen velem a pokolban. Az Isten áldja meg Gabriel, hallgasson már el. Kiáltottam dühösen. Nincs magában egy szemernyi méltóság. Nincs. És magában sem volna, ha olyasmiken ment volna keresztül, mint én. Hetek óta szenvedek, bárcsak sose láttam volna őt. Bár csak el tudnám őt felejteni. Bárcsak sose hallottam volna róla. Ki gondolta volna, hogy... Hát magának aztán biztosan nem járta volna ki az esze szakított félbe Gabriel. Azt se látja meg, ami az orra előtt van. Maga a legönzőbb lény, akivel valaha is dolgom volt, teljes mértékben lefoglalja a saját becses személyet. Nem látja, hogy már csak nem elvéreztem. Nem kell már sok ahhoz, hogy az se érdekeljen, bejutok-e valaha is a parlamentbe, vagy sem. Lehet, hogy a haza csak nyerne az ügyön, jegyeztem meg. Az az igazság, hogy a lehető legpocsékabbul összezagyváltam mindent borongott Gabriel. Nem válaszoltam, éppen eleget szenvedtem már az arroganciájától ahhoz, hogy csendes gyönyörrel figyeljem a vergődését. Tudtam, hogy bosszantja. Kallgatásom, és ennek örültem, mert azt is akartam, hogy legalább bosszankodjon. 81 úgy elterpeszkedett, mint egy puritán kispolgár vicsorgott Gabriel. Mégis, mit kellene tennem maga szerint? Kérjek tőle bocsánatot. Mondjam azt neki, hogy elvesztettem a fejem vagy valami hasonlót. Semmi közöm hozzá szögeztem le, Elég tapasztalatra tetszert az asszonyok körül, bizonyára tudni fogja, hogy mi a dolga. Te ilyen lányjal soha nem volt dolgom. Gondolja, hogy nagy megrázkódtatás volt neki. Hogy undorodik tőlem. Vajon ő is disznónak tart? Elismételtem neki, hogy fogalmam sincs, mit gondolhat Izabella és jól esett ezt ismét elmondani. Viszont azt hiszem, éppen idejön mondtam kinézve az ablakon. Gabriel bíbor vörös lett, a szemébe ijedtség költözött. Lecövekelte magát a kandalló elé, ott állt szétvetett lábakkal, előre meredő állal. Ronda volt. Igen, úgy nézett ki, mint egy juhászkutya, és én örömmel figyeltem, hogy milyen közönséges, alattomos és gonosz az arca. A úgy néz majd rám, mint valami mocsokra, amit éppen most cipelt be a macska, akkor nem fejezte be a mondatot. Izabella azonban nem úgy nézett rá, mint a macska által behurcolt guztustalan dologra. Jó reggelt mondott előbb nekem, azután neki is, semmi különbséget nem tett közöttünk. Olyan volt, mint mindig, komoly és udvarias, nyugodt és érinthetetlen. Üzenetet hozott Teresának, és amikor megtudta, hogy a sógornő ma Kárszlékházas párnál van, szép mosolyjal elbúcsúzott tőlünk és elindult, hogy megkeresse még jól be se csukta maga mögött az ajtót, Gabriel már is elkáromkodta magát. Kitartóan és marógunnyal szidalmazta a lányt, és hiába próbáltam leállítani, mert rámordított. Fogja be a száját, Norrejz. Semmi köze ehhez az egészhez. És hallgassa meg, amit most mondok, elbánok én ezzel a nyársatnyált boszorkányjal, ha addig élek is. Azzal kiviharzott a szobából, és úgy bevágta maga mögött az ajtót, hogy az egész Polnörsz ház beleremegett. Mindenképpen találkozni akartam Isabellával, amikor majd hazafele indul, ezért csengettem, és kitolattam magam a teraszra. Nem kellett sokáig várakoznom, a terasz túlsó végében megjelent a lány. Szokott természetes módján egyenesen a kőpadhoz ment, és leült hallgatott, és hosszú ujjait lazán összekulcsolta az ölében úgy, ahogyan szokta. Máskor megelégettem volna ennyivel, most azonban gyötört a bizonytalanság. Nagyon szerettem volna tudni, mi jár abban a nemesen megformált, szép fejében. Láttam, milyen állapotban volt Gabriel, és jó lett volna tudni, milyen élményekkel maradt Izabella, és hogy egyáltalán jelentete neki valamit az egész dolog. Isabellával azért volt nehéz szót érteni, mert az embernek meg kellett próbálnia a lehető legegyszerűbb szavakkal elmondani a mondandóját. A legátlátszóbb szépítgetés sem használt, mert olyan értetlenül merett az emberre, hogy azonnal látszott. Fogalma sincs, mit akar mondani a másik. Tehát a szokás nagy úr, így az első mondataim meglehetősen homályosra sikerültek. Minden rendben van, Isabella. Kérdeztem kérdőn nézett rám. Gabriel nagyon fel volt dúlva ma reggel, mondtam óvatosan. Azt hiszem, szeretne bocsánatot kérni öntől azért, ami történt. Miért kellene neki bocsánatot kérnie tőlem? Nézze nyögtem, azt hiszem, úgy gondolja, hogy meglehetősen csúnyán viselkedett tegnap éjjel. Elgondolkodva nézett rám, majd azt mondta, ú, értem. Nyoma sem volt rajta a zavarodottságnak. Nem bírtam a kíváncsiságommal, és tovább kérdezősködtem, pedig az egész dologhoz valóban semmi, de semmi közöm nem lehetett. Önnek nem az a véleménye, hogy nagyon csúnyán viselkedett? 82. Hát, nem tudom, igazán nem is tudom, mondta bizonytalanul, kicsit olyan bocsánat kérő formán. Ugye, nem volt még időm igazán elgondolkodni erről az egész dologról. Tehát nem döbbent meg, nem ilyet meg, nem dúlt a fel ez az esemény. Kíváncsi lehettem, nagyon is kíváncsi, ha ilyesmiket mertem kérdezni tőle. Látszott, hogy elgondolkoztatták a szavaim. Amikor megszólalt olyan volt a hangja, mintha valami nagyon régen történt, közömbös dologról beszélne.